Kezdődik. Úristen. már az? Srácok. Már az? Micsoda nyár, ne száj. Szevasztok. Megtértél a Szentföldről. Így van, visszatértem. Be, be vagy oltva a mindenféle rádió vezethető WC-től kezdve Öt a mindennel. G van már minden. Azonnal Öt... reagálok mindenre. Alacsony a pingem. 5G van mindenben. Így van. Ezért kezdődhetett időben az adás, srácok. Szevasztok. Igen. Megjártad a mindent. Nem győztem egyébként édesanyáddal Kontaktál. <laughs> mentálisan kontent, kontaktálni, Mondta így a, hogy csuklad A, for, a forma egy miatt, de az tök jó volt egyébként. Az az hmm. igazság, hogy hogy, irigykedtem, hogy, hogy 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 interjúztál lendóval, aztán a futam végén, nem. <laughs> 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 Most azt a kontentet még hagyjuk ülepedni egy kicsit. Vannak még abból hátra kérdések, amik. Fölkerülhetnek majd, de megvárom a pillanatot. Na, majd... de amúgy ez fasza volt, nem? Nagyon jó volt, figyelj, egy, egy rohadt nagy élmény volt meg. Nem szoktam így szerénykedni, mert mindig így hülyé hangzik kimondva, de azért így. Az az volt az a pillanat, amikor így tükörben néztem, mi a fasz keresek én itt, hogy ez, azért ez egy rohadt nagy dolog, hogy egy f 1 pilótával tényleg le tudsz ülni, így beszélgetni, és így tudod, ez az a kicsit azért így impostor szindróma, hogy Igen, mi a fasz történik hogy... velem? Ez gyakran érzem, az impostor szindróma, az nekem is egy probléma, de totál megértelek. Én, mint külső szemlélődő, egy ideig engem egyáltalán nem zavart, hogy mit keresel ott. Tudod, ez mindenkinek ki micsoda. Én tudod, hogy te teljesen pártalanul nézem a farmegyet, mert a sportot élvezem. Ja, ja. A horneres képnél már elkezdtem én is kérdezősködni az agyamba, hogy ne száj, mi a faszt keres ott amúgy. De mondjuk Horner olyan szinten van például nekem, hogy ő most nem is az, hogy Red Bull, csak tudod, legend. Így, így nekem. És ott már én is úgy vakaráztam az állam, hogy, hogy most már tényleg kap be. E egyébként, egyébként, az van, nyilván erről nem, nem akarok sokat beszélni, de hogy abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nyilván egy, egy nagyon exkluzív meghívást kaptam ugye a meklárentől. Mm -hmm. amire rájött az pluszba, hogy azért dolgoznak nézőink a Hungaroringen. Igen. Tehát, hogy <laughs> azért volt lehetőségem nekem, most sok mindenkivel találkozni aha, meg aha. sok minden helyre eljutni, mert azért dolgoznak ott nézőink is kint, akik szintén nagyon aranyosak és segítőkészek voltak. Annak a fejében, hogy ez, erről azért ne tegyél fő kontentet, se vagy, de figyeljél. <laughs> <laughs> tehát, hogy rohadt jó volt, meg rohat aranyos volt mindenki. Tényleg egy nagy élmény volt. Ezen az impostor szindrómán, meg a mit keresek én itten, viszonylag könnyen átlendített, hogy rájöttem, hogy gyakorlatilag egy tízessel idősebb vagyok mindenkinél, aki engem ott körülvesz. Legyen Igen. az Lendó Norris, tehát, hogy így ez ebből a szempontból. Az Fúrcsa igazság, vagy. hogy bár teljesen ö, indiferens ö, dolog, de ö, az imposztor szindrómádat így kicsit így, így így enyhítve, hogy szerintem amúgy ez egy. Ö, ez egy jó együttműködés volt. Ah. Neked, a, neked a Forma egy azért része volt így a content, tehát a tartalomgyártásodnak is, meg minden. láttam, tehát nagyon-nagyon sokan voltak ott. Igen. így mindenféle celeb mindenhonnan, akiknek egyébként csak annyi köze volt a Forma egyhez, hogy ismert emberek, akik népszerűsítik az eseményt. Szerintem ennél azért több, több Igen, értelme az, volt. Az, így. az, nekem is jól esett, így a nézők részéről is az volt a visszajelzés, hogy milyen jó, hogy egy olyan ember van ott, aki így é. szereti, meg ezt Én a, is most nyilván trollkodtam a bele, itt a Twitteren, én is és úgy éreztem. Nem hogy így hogy tök jó. baj lenne azzal, hogy most miért ne lehetne influkat, meg tévés embereket kivinni a forma egyre. Tele van az összes forma egy ismert emberekkel, meg influencerekkel, most a magyaroknál ez miért lenne külön. Mm -hmm. De Igen. hogy így nyilván jól esett, hogy a nézők részéről is az volt a feedback, hogy jóval legalább az a hülye gyerek, amelyik lelkesedik ez iránt egyébként is. Ja. Az van ott, úgyhogy ez, ez tök jó volt. Vicces volt, csak egy ilyen otthoni interakció, tudod, így nézegettem ott az Instagramot, tudod, meg ilyenek, azt a, 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 markolászom a számat a fogammal, tudod, és akkor jön, jön a feleségem, és akkor kérdezi, hogy ne száj, hol van? Mondtam, ez Christian Horner, az ki? Mondom, ő Jerry Harryvel férje. A kurva! <laughs> <laughs> nem így mondta, de nagyon örök. Mindegy, én ezt az ő szájából el tudom képzelni. nagyon rögtön, hogy így, hogy, ja, igen, az, 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 jó volt. Úgyhogy na, mindenkinek megvannak a saját körei. De örülök neki, hogy összejött. ugye tulajdonképpen az esport részleggel. Hát ö, igen, tulajdonképpen ö... esport és gaming részleg ez, ez a, ez a McLarennek, aminek a létezéséről se nagyon tudtam én egyébként, mert azt tudtam, hogy van esport csapatuk, hiszen ugye zajlik évről évre a hivatalos esport bajnokság, de hogy így egyébként nem voltam képbe, de így a közönség sem, tehát ugye egy jó promó volt nekik, mert, mert a közönség is legalább tudott róla, hogy van egy ilyen gaming szekciója a McLarennek, úgyhogy én nem imádom, amikor, páram megismerték. Immáldom, amikor ebből a, az esport különítményéből az amú csapatnak, tudod, így, így a Twitteren beleugatnak a rendes forma az esport, és minden, az a kommentek 90%-a, ki a faszom ezt, tudod? Ez ilyen. ez ilyen, De minden esetre biztos, a király volt, meg, meg biztos, Nagy élmény volt nagyon, úgyhogy... Meg jön. gondolom Szeul is. Igen, az is jó volt, de ott, ott olyan kötött volt így a, a menetrend, hogy ilyen sok érdekességet nem tudok mesélni, tehát nyilván az egy Samsungos business trip volt, rohadt jó volt, tényleg nagyon jó programok voltak, ami így kiemelkedő volt, hogy csináltak egy ilyen gaming eseményt így külön a Samsungos gaminges influencereknek, és az azért nagyon profi megcsinálták, tehát tényleg olyan volt, mint egy ilyen, esport rendezvény, amiket látsz akár twitch vagy bármi, ott full nagy kamerákkal, föl volt végül az egész, hogy szerintem lesz valami after movie, mert nagyon forgattak a samsung Hát biztos, meg ott ugye, hogy visszaemlékszel, azért az a terület az az, ahol az esportnak bozasztó nagy múltja van, talán az egyik, egyik legrégebbi múltja. Hát Te ja, meg azért az hazai pálya a Samsungnak, ugye most először vitték oda az ampeg aztán azért akarták a... ezt megtolni, tudod, hogy most a világ minden tájáról vittek oda influencereket tényleg mindenhonnan. Hogy gondolom, így egy kicsit nagyobb figyelme legyen azon, hogy na most itthon vagyunk, je, yeah, Korea, Szöul. Hát dél korábban is ö, nagyon ment a 90-es évek végén, a, ugye, a Starcraft, ja, hát mint esport már. Hát az, olyan szinteken mozgott így, így utána is, 2000-es évek alatt is, hogy még mi itt Európában ezt képzelem, mi a ja. fasz, van ahhoz képest, ami ott volt. Igen, úgyhogy ja, ezek, ezek nagyon durva, nagyon durva dolgok. De úgyhogy sokat voltam távol, úgyhogy kicsit kevesebb gémmel tudok majd most mm -hmm. készülni így, így Annyi, nektek, de azért van egy pár, amiről fogunk tudni beszélgetni. Meg mielőtt belevágunk, azért én hoztam egy-két hírt így az eHavi havi podcastbe is, amiről érdemes lehet egy kicsit beszélgetni, meg mosolyogni rajta, úgyhogy szerintem azzal fogunk kezdeni. Hülyen. És akkor utána belevágunk abba, hogy miket csináltunk mi itt a twitch így magunknak, másoknak. Családnak. Ott... igen. <laughs> <laughs> Úgyhogy. A fanklubnak. Igen, 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 A szűk közegünknek, a mi kis közösségünknek. Na de na, előtte. Mondja. látta -e? e Pisti, hogy most itt borzasztóan nyomul előre ez a projekt L, ez a Riot games a, a, verekedős játéka, ugye most volt ez az Evo, Evo ez igen. ugye, ez ugye a... De volt, vagy még zajlik? Most az van, hogy itt ki lehetett próbálni. Tehát, hogy most Igen. volt ilyen exkluzív lehetőség az EVO 2023-as rendezvényén, hogy ki lehetett próbálni ezt a elt, ez a neve. Igen. Jani Valmáról a videó is egyébként találsz. Uh -huh. És az volt most az újdonság, hogy ilyen kettővé kettő módot mutattak belőle. Igen. És hogy nyilván aki jobban benne van a fighting gémekben, azoknak ez érdekes lehet, hogy állítólag nem arra próbálják helyezni a hangsúlyt, majd ebben a, ebben a játékban, ami nyilván ugyanúgy ingyenes lesz, mint a Riot Games-nek az, az, az összes játéka. Igen, szóval, hogy nem arra próbálják helyezni a hangsúlyt, hogy ilyen ultra brutál kombinációk legyenek, amiket ismeretünk a fighting gémekből, hogy azért ott össze kell rakni a kombókat rendesen, meg tudnod kell fejből, hogy mikor mit nyomsz, hanem hogy egy egyszerűs, egyszerűbb irányíthatóság lesz, és hogy inkább erre a 2v2 team-based tucra vinnék el talán a kompetitív irányát a játéknak. Nyilván ez nincs eldöntve. Uh -huh és az volt benne az extra, hogy ugye hát ezek a tag team verekedős játékok hogy szoktak működni, úgyhogy kiválasztasz két karaktert, és akkor tudsz váltani közöttük, hogyha rosszul állsz vagy az első karaktered meghal de hogy itt úgy néz ki ez a multi dolog, hogy úgy lehet majd itt játszani, hogy lehetsz egyedül két karakterrel az ellenfeled is lehet úgy, de lehet úgy az ellenfeled is, hogy ott két játékos van a két mm -hmm. karakterrel, és úgy váltják egymást. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye szóló duó kiú lesz, úgymond. Igen, igen, igen. igen. Tehát, hogy lehet egyedül is a két karakterrel, igen, meg egy lehet van a két oldalán. játékos is. Hogy igen, itt, igen, hogy igen, egyik igen. egy ember játszik, mint két karakterrel, másik oldalon pedig külön-külön. Úgyhogy nem tudom, azért akartam ezt a hírt behozni, mert nyilván se te, se én nem vagyunk annyira így a Riot Games által kínált játékokba benne, de hogy egyébként tény is való, hogy azért nagyban befolyásolják a multiplayer játékoknak a szegmensét, akár a lol akár a valorant azért mind a kettő egy népszerű játék lett, így és nyilván sokat várnak attól, hogy ha rájött előrukkol majd ezzel a, ezzel a fighting game-mel, akkor kicsit az a széna is így visszatérhet a mainstreambe. Bár elég érdekes az időzítés, maradjunk annyiban, mert ugye ez az év, ez kifejezetten ugye a mekka az összes fighting game Igen. fannak, és ugye azért ez egy elég nagy community, hiszen ugye idén egyszerre spriccel a Street Fighter, a Tekken és a Mortal Kombat új is, ami azért össze fogja rázni a következő három-négy évet így Bizony. a fighting game-ekben. Hát a Street Fighter nagyon-nagyon jó is lett állítólag. Én elméletileg a dolg jelenlása szerint tudom, hogy ugye az az egyetlen, ami már ugye aktív, meg stb. Elméletileg mindegyik kurva jó lett. És még ott vannak az alacsonyan repülő dolgok is, nekem is amúgy erről inkább a Guilty Gear jutott eszembe egy el, elsőre például. Um, úgyhogy mindenesetre az, hogy free to play, tehát, hogy egy kicsit öregbíteni fogja a fighting gémeket, az biztos. Az, hogy ugye ismerik tudod a stílus, meg a gondolom, hogy itt a lord is összefűzik valahogy. Nyilván, tehát persze ugyanazok a karakterek lesznek benne, amiket a lore-ból már ismerhetnek. Így van, úgyhogy azt mondom, hogy ez valószínűleg fog áthúzni néhány embert a fighting gémekben, viszont továbbra is azt gondolom, hogy, hogy ha nem Szerintem jó ötlet az, hogy ilyen nagyon intuitívra, meg egyszerűre próbálják szervezni a játékrendszert, mert a fighting gémek azért sem olyan népszerűek már, mint régen voltak, ami miatt az RTS-ek sem, hogy Igen. nagyon heavy skill kell ezekhez a, a gémekhez, hogy multiplayerbe tudjál érvényesülni. Igen. Igen. De meglátjuk, nyilván még nincs megjelenési dátuma, tehát még csak projekt el, tehát hogy nincs rendes neve a játéknak. Balagom viszont, is így kezdődött. Viszont volt most egy ilyen kisebb hype körülötte ezáltal, hogy bemutatták és ki lehetett próbálni, és nagyon szerették azok, akik uh -huh. játszottak vele. Pedig ugye azért a fighting game, a verekedős játékok közössége azért nem feltétlenül ez a nagyon mainstream, lolos nem, irány. Nem, nem. Tehát az, hogy... de az, hogy tőlük jó visszajelzést kapott a játék, azért az egy pozitív előjel. Hogy... Hát meg gondolom, az ők is örülnek mindig, mikor... Olyan valami. Olyan. Hát, az egy nagyon összetartó közösség. Nyilván nem lehet így beskatujázni az embereket szobákba, hogy ők a verekedős videójátékosok. Hmm. De hogy ott, a, akik szeretnek játszani ezekkel a, ezekkel a fighting játékokkal, ők azért minden megjelenésnek örülnek. Tehát, hogyha van egy új fighting game, akkor ez a community odaáll mögé, és akkor azt nyomkodják hónapokig. Tehát, hogy Igen, én, ez a közeg együtt mozog, én így azt látom. Abszolút. Én nagyon szeretem nézni. Van egy jó pár ilyen fighting game- YouTube-el, akit követek már uh -huh. nagyon régóta, akiket szoktam nézni, és ők is olyanok, amikor jön valami, akkor egy hétre, kettőre, akkor is ha a Power Rangers game, Igen. mint Fighting Game, azért rámennek, belepróbálnak, megpróbálják tőled legalább így valamilyen szintet elérni benne, Aha. hogy legyen jó, és akkor utána majd, majd visszatérnek a klasszikokhoz. Igen, de így rotálódnak ezek a játékok egyébként, érdekes. Igen. Tehát a Guilty Gear is, ahogy mondod, az is tavaly vagy tavaly előtt volt, az is nagyon fönn volt hónapokig, nagyon-nagyon szerették. Hogyne, mert ugye abból is az már nagyon sokadik volt ja, a Guilty de ez mindig is egy ilyen, ez a tipik animation break-es ah. ilyen ez a, tudod, amikor megállítod a egy gyakorlatilag Igen. támadások közben, ö, ez a stílus, ez nagyon felismerhető egyébként. Ja. Úgyhogy kíváncsi vagyok én is, hogy hogy fog ásulni, különösen, hogy free-to-play lesz, mert azért ugye a berekedős játékok között nincs túl sok ilyen. Hát nem, nem. És mondom, ez, ez azért beleviheti egy, egy nagyobb közönségbe, hogy free-to-play lesz, meg a Riot Gamesnek azért ott lesz mögötte szerintem marketing, úgyhogy kíváncsian, kíváncsian várom. Én továbbra is a arra várok egy új Killer instinct <laughs> Vagy egyszer jön egy új Killer Instinct, mert nekem az volt az, ami tudod, a sebesség, a kombó hosszúság, a combo break, nem tudom, meg a zene, a zene az, 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 az nagyon igen, igen. És ugye azt hiszem, hogy dinamikusan változott a zene, ahogy kombóztál. Igen, igen, de, igen, de, nem tudom, hogy a kombóméterettől változott, vagy a HP, hogy mennyi valamitől, volt hátra, valamitől. de hogy dinamikus, igen. úristen, nem tudom, annyira éltem azt a gémet, hogy szörnyű. Hát a szangulatos játékokban, mi azt főleg tudod lokába játszottuk haverokkal így egymás ellen, tehát hogy az volt benne a... Igen, ott, ott, az volt, benne a szerelem. ott volt egy-két olyan, igen, amikor tudod, így már csak ennyi volt az a HP csíkodból, és akkor elkezdődött a kombó, és tudod, jár a kontrollált a következő egy percre. És mindig, most csak nézted, hogy. Bocs, csak erőtött a szemben. Nem, nyugodtan. Azért vagyunk itt, hogy storizzunk. Na, dolgok, amiket várunk. Nyilván szerintem két és fél éve jönnek a líkek a Nintendo konzolok kapcsán. Most már nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy 2024 évvégén jön a Nintendo Switch kettő per Nintendo valami XL, igen, uh, Super. a super következő, következő Nintendo konzol, nyilván alapvetően ezek a líkek elsősorban ugye a hardware gyártás oldaláról szivárognak ki, igen. ugye készülnek a panelek a konzolhoz, és a többi, és a többi, illetve nyilván pénzügyi előrejelzések alapján nyilván ilyenkor a Nintendo már a befektetőinek, meg a részvényeseknek kiadja, igen. hogy hol számítanak nagy bevételre, ugye ezáltal satszolhatjuk a GTA-t is, igen. hogy a Rox, nem a Rockstar adta ki, hanem a, Rockstar, a 2K a adta 2K. ki, szintén, hogy nem, hol nem, várnak... Take-Two, take bocsánat, igen. igen. Hol várnak szintén nagyobb bevételi hype -ot. Most meg nem mondom már, hogy mi 26 volt a léka. volt, 25? É... Nem, tudom. nem tudom. valami ilyesmi volt, ahova... Na mindegy, és hogy ezek alapján az új Nintendo Switch konzolt a 2024 Q4-re várhatjuk. Ami már nyilván szerintem Pisti, meg én is elég sokat hisztériáztunk rajta, hogy ó, be jó lenne már egy fokkal technikailag előrébb lévő Ez konzol a -tól. Meg annyira telített a piac, hogy gyakorlatilag így a fiatalabb kedves nézők és gémerek már így csempészik a fürdőszobát Switchből uh -huh. otthon, mert már minden színvariáció, meg méretvariáció, meg kijelzővariáció meg Editionök. Editionök, és akkor már tényleg már nem használják őket semmire, csak így halomba van, úgyhogy várják az új konzolt így amúgy is. X-Switch Turbo? Az. Az. Bármi is lenne a neve. Amúgy elvileg nem OLED kijelzős lesz. Most végül azt mondják, hogy de, szem, miért, de miért lenne az? Miért legyen OLED kijelzős? Most... Amikor később ki lehet adni az Most mondtam el! Tehát most mondtam el! Jogos. Abból is jön majd a light verzió, meg az oled verzió, meg az anyám kinya, hogy jogos. utána azzal a fás kamerát kezd el kicsempézni, jogos. hogy hány switched van. Így működnek a Nintendo konzolok. Abszolút jogos. Annyit lehet tűnni, hogy állítólag már a devkitek kint vannak, kint. nyilván a belső fejlesztőknél, tehát a Nintendo-s fejlesztőknél úgymond és hogy nyilván a legnagyobb legyka, ami ugye évek óta megy erről a konzolról, hogy lakjanak bele egy skálázási rendszert, igen. ami egy kicsit jobban segít majd azon, hogy ugye ez egy handheld konzol, de ugye sokkal játszanak monitoron, tévén. Hát az, amit az mostani új handheldek, a, a, Steam Deck, vagy a Asusnak az új cucca, amit hogy támogatja ezt az upscalinget, arra Így van, mm. Így van. Úgyhogy hát nyilván nem, valószínűleg nem DLSS lesz benne, talán valószínűleg az FSR-nek valamelyik verziója, de amúgy is megmondták nekünk legutóbb, hogy fogjuk be a pofánkat, mert nem tudjuk, miről beszélünk, és a FSR az ugyanolyan jó, mint a DLSS, úgyhogy nem magyarázzál. Igen. Én, meg kellett volna várja még korcsóhoz, bocsánat. Ja, nem, ne, ne. Emlékszem erre a beszélgetésre. Igen. Most már emlékszem rá. De majd meglátjuk. A lényeg, hogy én nagyon várom, hogy legyen új Nintendo konzol, mert jó lesz az. fáj a szemem már nagyon, hogy arról van szó. Kivéve azt az egy-két játékot, ami jól megoldja, hogy, hogy a stilizált grafikát alkalmazkodjon. Talán az utolsó, amit így dicsértem, az a Fire Emblem is volt, ami azt mondtam, hogy bazeg jól néz ki a, a, Switch-en, de mondjuk jött ugye a Pokémon, amit ő meg elhánytam magamat úgy mérdez, ez nem ki. volt a legjobb. Úgy meg hogy... igazából az elna alá kellett volna az új vas egyébként, de érthető volt, hát hogy de majd kellett. Hát ki lehet már... adni az t is egy újra nem Egy remastered, remastered remastered is remastered. Önt, ugye. É, igen, bármikor, hogy amúgy igen, kijött az új Nintendo Switch, igen, itt az Elda, de ez a kettő együtt no go, kell hozzá az új. Igen. Így van. Egyébként hasonló, tehát, tehát vannak, akik a, 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 az új félkonzolokat is ide projektálják, ahova mondod. Igen, azt a múltkor, múltkor, beszéltük, hogy nem is tudom már, mit mondtunk, mert akkor előttem volt a hír, hogy mikorra mondják. De a hogy 24, akkor 24, év végére mondják a, a ugye a, a prókat a, a, az Xbox-ból, meg a, meg a Playstation-ből is. Én úgy tudom, hogy jelenleg olyan szinten áll a dolog, hogy a deveknél kint van már a múlt a Playstation 5 Pro, meg az Xbox Series X, one, Xbox X, Series X, Y, nem tudom mi, de még az is lehet, hogy nem lesz. Ah. Tehát, hogy kint vannak a defkitek, és csinálják a dolgokat, de lehet, hogy kimarad. Mm. Ilyen hír is volt, de nyilván a függetlenül azért a defkitek kint vannak, de léteznek már ezek a játékkonzolok, és jelvileg oda projektálják ja. őket. Nem tudom, én azt mondtam a legutóbbi aputestben is, hogy én túl korainak érzem, aztán a nézők amúgy rávilágítottak, meg te is, hogy amúgy, de, ha időszerű. utána számolsz, akkor tökre időszerű, Igen. és amúgy rájöttem, hogy amúgy tökre igazad van neked is, meg a nézőknek, és csak én öregszem, és úgy gyorsabban telik az idő, de hogy matematikailag egyébként Logikus lenne, hogyha, hogyha megérkeznének. úgyhogy úgy, úgy benne van. Az a projekció, őszintén, hogyha engem kérdezel, szerintem meg fogják játszani uh -huh. egyébként a dolgot. Mindenféleképpen igazából csak egy opció, tehát most nem kell upgrade érted? Persze. Én valószínűleg azért érzem egyébként korainak, mert hogy még mindig nagyon-nagyon sok a cross játék. De most, most kezdik el abba Igen, hagy. hát úgy talán most így idején, év elejére, közepére értünk el odáig hogy a... Hogy elkezdték abba hagyni a crossgant, de már korábban abba kellett volna hagyni. Hát itt ugye az eladások, meg a... Én tudom. Meg a... Én tudom. Ugye az elérhetősége a konzoloknak, azt fogta vissza elsősorban ezeket a dolgokat, és valószínűleg emiatt voltak ugye technikai problémák. Azért, hogyha visszaemlékszünk, az elmúlt egy évre nagyon sok játék jelent meg technikai gondokkal. Um, és valószínűleg ennek a crossgen volt a, az egyik legnagyobb hátulütője. Egyébként a nézőkkel abban egyetértek, hogy ö, valószínűleg te is azért érzed korainak, annak ellenére, hogy nem az, uh -huh. mert nem jött annyi gém, mint Igen. az előző generáció, már az előző generációra annyira sok gém hogy az hogy egyszerűen úgy tűnt, hogy több időt állt Igen. El. Ez jogos. Nem tudom, szerintem megértszák a prokonzol, de csak akartam mondani, hogy attól függetlenül, hogy kint vannak a defkitek, simán lehet, hogy azt mondják, hogy nem? nem? Jó van ez, majd és akkor majd Playstation 6. Igen hát ugye így is, így is most van probléma, most éppen aktuális, ugye pont megjelent tegnap a Baldur's Gate, uh -huh. a, a legújabb Baldur's Gate, ami ugye megjelent most PC-re, és szeptemberre érkezik a PS5-ös kiadása a játéknak, és ugye szívják a fogukat a fejlesztők, hogy azért nem érkezik egyelőre Xbox-ra a játék, be van tervezve, mert hogy az S-re nem tudták optimalizálni. Nem a kóprészét. Igen, és akkor általában valami jövő év eleje, közepe, nem tudom, hát, egyelőre mondtál. most vércarnak jelenleg, nem tudom szebben mondani, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy itt a prokonzolokkal, különösen a micro oldalon azért nehéz lesz, hogy jött ez az S, az X, és még ráhoznak egy prót is, hogy azért arra összerakni a gémeket, ott már azért a legalsó, meg a legfőső között lesz különbség bőven powerben. Az a baj, hogy az S ebben a genben van. Tehát az a baj, hogy hogy a faszomba csinálsz tudod olyan power gémet, ami mondjuk kihasználja az Xboxnak a félkonzolát, úgy, úgyhogy menni kell neki essen is, mert nem tudod úgy hívni, hogy lesz Igen, hát, hát a, az. a, a, azt kell látni ebben a, ebben a szituációban, nekünk is, meg mindenkinek, a nézőknek is, hogy mindig azt határozza meg a játékoknak a teljesítményét, kinézetét, mindenét, hogy mi a legalacsonyabb szint, amire ki kell Ami, hozni. Aminek kihozzák, így van. Tehát nem. ugye a legkisebb közös nevező, nem ezt a szörnyűséget. Közös szörnyűséget. Mindegy. Majd, Igen. Helyettesítsétek be, mondják, meséljétek majd másoknak, hogy okosat mondtam. Szóval hogy mindig a legalacsonyabb, leggyengébb teljesítményű konzolhoz kell mérni, és ez jelen pillanatban az S a jelenlegi generációba, azon el kell futnia. Nem Igen. lehet olyat csinálni, hogy csak X-re adsz ki valamit. Igen, mert ugye nagyon faramúci ez a helyzet, hogy nem volt ez annyira megszokott, még talán a slim konzolok idejében, de akkor nem voltak ekkora különbségek, hogy a genen belül volt egy hát a slim, konzol. A slimben nem volt ekkora különbség. Nem. Nem. Tehát az, hogy jelen van egy adott generáción belül egy gyengébb hardware, erre nem emlékszem, hogy Igen. Volt, példa. A, Igen. Hogyha most nem beszed a pro konzolt és, a, és, az, és az első generáció közti különbséget. Hát ugye eleve a konzoloknak az a nagy-nagy előnye a, a PC-vel szemben, hogy sokkal könnyebbre optimalizálni, mert egy konzol van, ott oda. Igen. Legrosszabb esetben kettő. Igen. Most meg ugye már három van, Igen. és akkor ha még jönnek a, a pro ha jönnek, érdekes kihívás lesz, de azért azt tegyük hozzá, hogy nem bántva az eset, azért az eset egy nagyon-nagyon jó ötlet volt, mondjuk pénztárca szempontból baromi sok embernek, illetve azért ne felejtsük el, hogy sokan játszanak mind a mai napig 1080p-s monitoron, sokaknak van még mindig 1080p-s tévéjük, bármennyire is kell Pistinek megint nagyot kortyolni a kávéból. Nem, nem, azért kortyoltam nagyot, hogy a faszomba. Az első Xboxom om már olyan volt, amin volt HDMI, mint a 360 volt. Igen, igen, igen. De mert így játszottam képcsős tévén. Hát. Kura sokáig. Ja. hát ja, nyilván nem azért mondtam. Tehát de nem, mert ez van, azért ez sokkal lassabb egyébként ez az átállás. Hát azért tévét nem vesz minden nap az ember. Pontosan. Igen. Pontosan. Pontosan. Szóval ja, azért az esnek nagyon-nagyon megvan a helye a piacon, én Meg azt amul. gondolom, tehát hogy félreértés ne kapcsolatban. Itt szerintem tényleg azt kéne, vagy hát kíváncsi vagyok, hogy hogy fogjuk ezt nézni három év múlva, megoldania a, a Micro-nak, hogy legyen olyan, hogy valami esre nincs. Vagy ott egy cloud technológiával elérhető a játék. Ez az egy inkább, nehéz kérdés. Az inkább megoldás a cloud technológia, de azért olyat még, tehát nem, nem, nem. Tehát mondom, az a hogy nem tudod másik generációnak hívni. Meg nem ez hát volt igen. az ígéret. Hát igen. Érted? Tehát annyit mondtak, hogy alacsony a felbontásban, de megcsinálja. Igen. Hát egyébként nem is a felbontással van, meg az alapjátékokkal nincsen baj. Ugye a Baldur's gate is az a baj, hogy ugye azt hiszem, majd kiavítanak a komment vagy akár a cseten is bátran srácok, hogy ugye a lokál kóban úgy működik, mint például azok a játékok, ahol tudsz váltani a világok között volt ez a horror game. Ugye egyszerre kettőt kell feldolgozni a külön, és ez az, amire nem képes, tehát nem tudod hova leskálázni, hogy igen. több szálon kell számítani a konzolnak, és ezzel küzdenek, hogy ezt oldják meg ügyesen. Mert az, hogy egyébként többi játékban lejjebb veszed a view distance-et, lejjebb veszed a felbontást, lejjebb veszed a textúrákat, úgy minden megoldható, hogy elfusson egy gyengébb konzolon. Igen. A médium volt az, igen, köszönöm szépen. Úgyhogy ez a, ez a helyzet ezzel. Látjuk, hogy majd konzol fronton mi lesz a felhozata. De jövőre minden esetre várhatóak változások, amiket nyilván most az ember örömmel vár, de mondjuk őszintén én a, 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 a nekem annyira nincsen. Tehát nincs gondom. Tehát én azt gondolom, hogy mind a PS5, mind a Nekem az van. <laughs> de de gondolsz? Hogy neki a játékok? Igen. Az itt dolog? Arra, arra, arra gondolok, hogy jelennek meg úgy játékok, lásd Jedi, Survivor, hogy az előző generációs, generációs konzolportban az meg jobban nézett ki. Én értem, de ez nem a ps hibája. Ja, nyilván. Tehát nem a, nem a hardware azt mondta, hibája. Így van. Tehát én, az, én, én, én nem is erről beszélek. Én arról beszélek, hogy, hogy szerintem hardware szinten mind a PS5, mind a Series X amúgy nagyon rendben van. Ja, abszolút. Tehát szerintem abszolút. Am, tehát nem látod azt, amikor egy Game, -land, game -land jól sikerül a port, most lehet, hogy port vagy leve oda csinálták, tök mindegy, az jól megy. Igen. Tehát ez alapvetően szerintem jól megy. Jó, most az, hogy olyan szinten túllőnek, hogy egyszerűen azt mondják, hogy na jó, azért 4K-ban nem megy a 60 FPS, <laughs> <laughs> azt, azt meg tudom érteni egyébként, de ez. De, 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 ne tud, de, de amikor tud... azt mondták, hogy tudni fogja, én, akkor is olyan hangosan rögtem, hogy Há lehet, hogy Redmondba hallatszott, bazd meg. De, hogy, hát, mi? De az a baj, az a baj, hogy egyébként a marketinget baszták el, mert hogyha visszagondoltok, amikor megjelent a, a PS4 Pro, Igen. meg az Xbox One X, One X Igen. már ugye akkor az volt a marketing szöveg, meg a promo, hogy, hogy 4K, K, 4K, meg, meg 60 FPS, meg minden. Ami, ami ugye... Most valaki előszedhetné a prodobozokat, hogy azon is rajta van, -e, hogy 4K 60 FPS, de valamelyik a kettőből biztos, hogy Igen. rajta van. És ugye fölé kellett ígérni. Tehát azt nem lehet, hogy izé Nem hogy ugyanaz. Hát nem mondhatod, hát fölé kellett ígérni. Ad már 8K-ra is képes, vagy nem tudom, mi a faszom van a dobozokon. van, amiben, van amivel amúgy nagyon ügyesen sikerült megcsinálni, de azért ott szibogattuk a fogunkat, mikor mondták ott, hogy, hogy 4K, és, és és akkor elkezdték mondani, hogy amúgy meg HFR, és 120 és Tőle, hogy... Meg a faszom. Na jó, de ez a mindenki ült, ez nem így van, mert azért nem várhatjuk el az átlagos gémertől, hogy ő így tegbe benne legyen. Onnan tudjam, hogy mi a faszom az, hogy De nincs, is, de nincs FPS. is gond, nincs is gond, mert amúgy nagyon ügyesen megcsináltak. Én emlékszem, amikor nem tudom, hogy az alapból kijött, vagy hogy volt, de amikor azt mondom, a dört tel néztük meg annak idején a, ja, 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 a ja, ja. Igen. És igaz, hogy ugye nem 4 k ba tudta a 120 FPS-t, hanem a tápszkél el, de az még egy olyan feeling volt konzolon. Aha. a 120 FPS mód, hogy így néztünk, hogy wow, azért ez kurva jó, és nem baj, nem 4K, de a probléma azzal van, amikor tudod, az van, hogy mi az, hogy 30 FPS, és akkor így jössz, hogy hát az baz meg, hogy Na jó, igen, de hogy ugye pont ez a baj, hogy, hogy így nem tudjuk hova helyezni a dolgokat, mert jönnek itt a 30 FPS-es gémek, amiket átbeszéltünk, hogy nincs vele semmi baj ezerszer meg. Nincs, meg tedd ő Általában azért csinálnak hozzá egy 60 FPS módot, csak ott ugye nincs meg a, a felbontás. Igen, de hogy így kicsit azt látom most, így ebben a generációban, hogy azért, és mindig is hatalmas szakadék volt nyilván a PC és a konzolos teljesítmények között, mindig. De hogy azért nagyon sok portot látok, én azért talán egy kicsit többet játszom konzolon, igen. mint te így a streamelt át. a stream játékokkal igen, kapcsolatban, igen. hogy ez a 60 FPS-es módok nagyon nem akarják megugrani azt a clarity szintet, talán nem is tudom hogyan fogalmazzak, vagy azt a stabilitási szintet, amit egyébként teljesen jogosan elvárna az ember. Bár hozzáteszem azt, hogy nyilván nekem ez a munkám napi 8 órába ezt nézem, és sokkal kritikusabban nézem, ami, ami lehet, hogy a legtöbb embernek fel se tűnik, mert leül a kanapé elé, játszik, azt, jó ez néz normális, ki a Star ez, no ez jól. normális. ez normális, hát te mondd meg. És, és Érted? nyilván az én szememet meg jobban bassza. Um, de meglátjuk, nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy tényleg, hogy ha jönnek a proverziók, akkor azt így hogy fogják szinkronba rakni a, 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 különböző szinteken. Nagyon sok olyan videójáték van, hogy ugye ahogy alakultak a trendek, és amilyen a gamer elvárás, ami most ugye kezd visszafordulni, ez egy érdekes téma, hogy az is benne van, hogy ha kicsi a projekt, akkor rám tud úgy kinézni konzolon valami, hogy a paszot feláll. Ja, hát, hát hogy, hogy nem? Csak az a baj, hogy a, főleg az olyan játékok, amik multiplatformok, és nagy stúdiót csinálja őket, hogy ugye nagyon sok éven keresztül, öcsém, ha ebben nincs legalább 80 óra, meg nem open world, meg nem tudom hány bolygón nem játszódik, meg minden, akkor nem kell, nem veszem meg, mert túl drága. Igen. És ez a baj, ugye ez a trend kialakult, hogy akarva akarnak és teletömik, meg óriásra csinálják a játékot, és itt van a gond, Aha. hogy. Igen, mindig... Pedig fel... nem kell minden open world legyen. Igen, mindig a Last of Us a, a legjobb példa, hogy emlékszel, a együtt voltunk ugye kin. Igen. Amikor az első gameplayt mutatták a Amerikában. A kettőből? Igen, Akát, igen, amikor ültünk ott a izébe a lámpák alatt, és befostunk, ahogy átváltott szinematikból gameplaybe a dolog úgy nézett ki, de hát az egy csőjáték, az ugye csúnyán fogalmazva, csőjáték, igen. és azért tudták olyan jól megcsinálni, és most meg ugye egyre inkább divat, pedig már négy éve mondjuk, hogy ez a divat hát, hogyha elindul lefelé, hogy minden semi-open world, meg open world legyen, de még mindig az a az a jó marketing push, Igen, mert open drágultak a gémek nagyon-nagyon-nagyon sok év után, de drágultak a gémek, ugye 70 euró base price, utána editionök, stb. És az embereknek vannak elvárásaik, és egyszerűen nem akarnak egy 10 órás experience kapni. És most is látod, Igen. a Ratchet Clank PC-s verziójával ugyanaz a baj, amit a Dead Space-re mondtam. Hogy azt mondják, hogy kurva szép, kurva jó, végre pc már recsedek Clank, de azt meg 60 euróért 10 óra gameplay, az nekem nem jár. És nem is vették meg sokan. És a nem meg sokan. És most mit tudsz erre mondani? Hogy azt mondják, hogy hát amúgy igen. Most én, és én is Értelem. ezt mondtam a Dead space hogy kurva jó, úgy néz ki, hogy beszarok amúgy, de játszottam már. Ez egy rövid game, egy régi stílusú játék, igen. ami ugye látszik rajta, hogy a játékrendszer ugye egy kicsit öreg, sok érte ennyi pénz. Abszolút. Ez a baj. És, és na mindegy. Úgyhogy nagyon-nagyon igényes dolgokat lehet csinálni belőle, de ezért látod azt, hogy például mondjuk, mit playstation hogy vegyük példaképpen, hogy miért tud működni olyan faszán egy return például. Yeah. Hogy ugye a gameplay experience-re van kihegyezve minden, van egy egyszerűen tálal, de annál mélyebb story, és a játék kicsi. És olyan kicsi, hogy ami még van benne, az is újra és újra van. Igen. És mégis tud jól lenni, és úgy néz ki és egyszerre egy konzolra kellett optimalizálni. Mert ugye az úgy, az csak volt, volt, én úgy tudom legalábbis. De pörög, tehát pörgős, az fut rendesen, ott nincsen semmi para, a PC-s fejezés szól lesz. a játék. Na mindegy, ez, ez, ez a dolog, és ez teljesen természetes, és szerintem totál ö, helytálló a játékosoktól, hogy igenis akarják a játékidőt. Igen. Mert legyen is meg a játékidő, mert nagyon drágák a videojátékok. Csak az a baj, hogy így nagyon nehéz feszegetni a határokat, hogyha ennyi mindent kell egyszerre csinálni. Ez is azért van így, zárva a gondolatot, és ebben egy kicsit magunkat is benne érzem, nyilván minimális szinten, de hogy így magunkénak vallom, hogy. Azért tény is való, hogy sokkal edukáltabb a, a vásárlóközeg is. Tehát, hogy sokkal. tudatosabb döntéseket hozunk tudjuk, hogy mit várunk el egy játéktól. Azul. Nyilván ez nem teljes mértékben, és nem mindenkire igaz, nem, és nyilván de... a mi szerepünk is ebben minimális ebben a tortában. Nem, de több az ember igazadban. Tehát több az az ember, aki tudatosan dönt. És ennek szerintem főleg, tehát az is az, az is azok, ahogy ugye a gémerek kicsit idősebbek lettek, úgy általánosságban. Hát legalábbis ez... akik így megengedik maguknak a AAA gémeket, Pontosan. azok mindenképpen. Meg az, hogy tényleg ez, egy, ez azért tehát nagy vállalás. Tehát most ja. 70 euró már, vagy nagy Isten, tudod, úgy áll a pöcsöt, hogy ó, geci, azért kell nekem az a három nap early access, meg a csillogó... Hát, nagy gecik már mindenbe belerakják a, a három nap early igen, access. Igen, meg a csillogó szoknya, meg a, a szuperló, meg valami kell még, és akkor elcsúszol a 100 euróig, ja. és ott látod, hogy az már most ugye 2,4 millió forint. Az azért már sok egyébként igen. egy videójátékért, de most viccet félretéve közel 40 ezer forintról beszélünk, Há, amik nem. úgy repkednek egyik hétről a másikra, hogy ez jelenik meg az jelent, Elnék, meg az jelenik, meg elmész a kosmába, te nem játszottál ezzel, meg koromuzi vagy, meg mi van? Ö, Tehát, hogy na, az, hogy elvárás van, azt szerintem jó dolog. Az és az tegyük dolog. hozzá, hogy hogy most 40 ezer. Tehát, hogy holnap már lehet, hogy 42. Így, így, így van, így van. Ö, ezért is viccelődtem itt a pénzzel, hogy ja, és a, na mindig meglátjuk, szerintem az első nagyon érdekes példa, az most fog következni, hogy mit fog szólni a közönség, és most, és tudom, mindig azt mondom, most a számok fognak nyerni. Mit fog szólni a közönség az Assassin's Creed miráshoz? Na igen. Az ezt akartál. Mert, mert ugye, mert, ugye a közönség úgy reagált, hogy nekem nincsen száz órám egy játékra, akkor se, ha ez kurvára megéri, mesterségesen felfújt, nem kéne ilyen hosszú el, Tehát itt mondták először a megállt a Valhallánál, hogy na jó, azért nem kell ilyen legyen egy játék megsúgom egyébként, hogy ezen kívül is olyan sokáig volt támogatva az a játék, ahhoz képest a single player experience, hogy a kalapomat emeltem egyébként. Nagyon durva, Meg, hogy mennyi, mennyi, minden jött hozzá pluszba. Mondom ezt úgy, hogy én is abba a táborba tartozom, akinek így túl sok volt egyszerűen. Igen, a de, de még jött hozzá ilyen DLC, hát, meg olyan, meg így játszhattál, meg amúgy, meg Asgard, meg az anyám picsája, mondom, na jó, van, elmentek már faszomba, de látod, hogy milyen fasza volt. Na de most, Jön egy klasszik áci. ugye a, nem tudom, hallottál erről, ez is hír, csak azért mondtam el, mielőtt a játékokról beszélünk, hogy ugye a fejlesztők beszéltek arról, hogy általában 20-30 óra alatt befejezhető igen. teljesen a játék. Igen. Meglátjuk. Majd meglátjuk. Kíváncsi vagyok. Kíváncsi Én vagyok is a kritikus oldalról a fogadtatásra is, illetve a eladásban miket fog produkálni a játék, bár hozzáteszem, még mindig Jók az AC eladásai mindig. Csak tehát, az, hogy... az AC nagyon sokat elfogá, elfogadni, ez tök király egyébként. De hogy milyen utózöngéje lesz a játéknak? Hát azért az AC gémek felhozatalában tudott te is, hogy vannak ezek a kiemelkedő gémek, amikről a mai napig úgy beszélünk, hogy a legjobb volt, Black Flag, hogy csak mm, egyet igen, mondjak. Igen, igen. Meglátjuk, hogy a mirásnak ez lesz az utózöngéje, mert lehet. Benne Simán van. lehet, azt tudom, hogy nem. tehát segítsen léci a chat, segítsetek már, azt hiszem 60 eurós játékról van szó. De ez nem 70 lesz. Nem tudom, megnéztük a bejelentéskor, de nem emlékszem. De azt hiszem, hogy az. De mondhatod. nem 50. 60, ugye? Azt hiszem, hogy. 50? Hat... 50. 50. 50 euró. Az jó. Azt hiszem, van egy 50-es, meg egy 60-as. De, de a base, a, a standard az, az 50. Oké. Okay. Nem, az, de várj, az jó. Tehát az jó. Az, az nem full price game. az Az jó. Szerintem az jó. Jó, így már más a helyzet. Aha. Így már más a helyzet. De igen, 50 euróért jó. Aha, ott van, 17, 4, 90, az az, az, az 50 rugós. Figyelj, a 500. Ubisoftra most nagyon ráférne egy win. Én nem azt mondom, hogy nem lesz win. Én csak azt mondom, és most nem, nem az árérték arányról beszélek, ha már egyszer felmásztál magasra, onnan mindig csak visszalépni lehet. Aha. Akkor is, hogyha szerették azt, ami visszább volt. Én kíváncsi leszek, milyen érzés lesz az a játék. I átszik, úgy is játszani fogom. új, is, szeretni fogom. Tudod, te is, is szeretni fogom. Persze. Csak nem tudom, milyen érzés lesz Aha. a Valhalla után, mert, de, de azt megértem, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, az meg, áldozok a videójátékokra, meg minden, meg én játszom, meg minden, ezért van egy életem, nekem nincs száz órám egy játékra. Én hát ezt megértem. Igen. Megértem. Meg Na, ha már pénz, akkor, és hogy mennyibe kerül egy játék. Na, lőjed! Jön, jön az új FIFA, ugye? Ó, oh, igen! Ami nem FIFA lesz, hanem ha EA Sports FC 24. Én ififre tippeltem, de, de, de igen, igen, hallottam is. Sports FC 24 lesz, és megtörtént a hivatalos bejelentés. Nem akarok hazudni, úgyhogy segíts nekem, Jani, kérlek, googlizzál nekem, Welcome to the Club címen. Én azt hiszem, hogy itt a standard 80 konzolra. Micsoda? <síns> Jó... né nézd meg nekem, Jani. De mi, mi, mi? <síns> De mi az, hogy 80 euró? Next Gen konzolra 80 a standard, én ezt néztem, de most már mindjárt kiderül. Standard Edition, pre-order, várj, nyomja rá! Mindjárt, ki kell derüljön. Standard Edition, Igen, és a next... 30 ezer forint. Nem tudom, hogy most nem, ez hogy Nem, az 70 még, nem? De én nem... Az, az 100 euró. Az 41, ezer négy Hát 40... 100 euró vagy még kicsi! Igen! Hora való. Na mindegy, de van 100 eurós is, ah. igen. Um, de azt hiszem, hogy úgy van, hogy PC-re a standard 70, Next Gen ö, ö, előző konzolra 70, Next Gen konzolra 80, de javítsatok ki nyugodtan, mindenki kiszámolhatja ráguk, lisztad az, az még a 70 eurós standard úgy. Lehet, hogy rosszul tudom, mert ezek azt hiszem még az early leak voltak. Ne, bennem ez maradt meg, hogy ez a pofátlanságnak a teteje, hogy rohadjatok meg. Next akarsz? Akkor 80. De lehet, hogy nem így van. Mindenki nézzen majd utána, és még itt akár javítsatok ki, hogy hogy van. Nagyon durva. Steven. De a pc és az annyi? Igen, a pc is. A pc A konzol, azt hiszem, a mondja a fiú. De meglátjuk. Ja, Mindegy, addig kiderül. 80, ha EU oldalon azt hogy 80 euró. Hát egyébként nem sokan. Biztos a konzolon játszak a legtöbben. Úgyhogy durva. egyébként így nyilván most már jönnek ki videók így a játékról is, hogy ugye hát nagy rebranding van, ugye ez már nem FIFA nagyon semmi nem változott a játékban, tehát pont ugyanannyi újítás van benne, mint az eddigi években. Reménykedtem benne, hogy ezzel a rebrandinggel tudod most egy kicsit azért úgy odapakolnak. E Aha. Nem tudom, hogy hogy van most forintosítva. Hát 31 ezer pár száz forint, most 80 euró. Aha. Ugye? 31 ezer. Tudja, faszom, mindjárt megnézem mindegy, valahonnan... 31.200 forint középértéken most 80 euró. Ja, elég közel van. Kemény, nagyon kemény, hogy így nyomják. De szóval, hogy a lényeg, hogy nagy változás egyébként nem lesz a játékmenetben, úgyhogy egyébként nem is emiatt hoztam ezt a hírt elsősorban, hanem hogy legyen egy kis legyen egy kis podcast clickbaitünk, meg érzékeny témánk, amivel a YouTube algoritmus meg tudjuk egy kicsit tolni majd a kommentekbe. Azt találták ki, és ezt a nagyon fogod szeretni, Pisti, kifejezetten tudom, hogy élvezni fogod. Ugye van az Ultimate Team mód, az hozza a pénzt, abba kell... A, ká a kártya Igen, kártyákat Igen? nyitni, összerakni a játékosokat. Mostantól ettől a játéktól Most kezdve mangyar. a női focisták is ugyanúgy ott vannak a férfi focisták mellett ugyanabban a játékmódban egy csapatban, tehát kevert csapatok lesznek. Tehát a szép norvég izmos szőke fiatalember Örling Holland, aki napjaink egyik legnagyobb sztárja éppen aktuálisan, a 94-es értékélésével ott fog futkosni, Marika Jonas mellett, aki 93-as lesz. Lesznek kever csapatok. Igen. Az uh -huh. Ultimate team ugyanúgy használhatsz női játékosokat, akik a női standard szerint lesznek értékelve, tehát a legjobb férfi játékos és a legjobb női játékos ugyanolyan ugyan statokkal fog rendelkezni, tehát kurva jó lesz, amikor a 170 centis, 60 kilós, egyébként nagyon fit női focista a így, így a 200 kilós szerb védőt így leveri magáról, mert a physicality értéke az ugye ugyanott lesz. Igen, 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 igen. Úgyhogy ez volt a nagy hír, meg ez a dráma így a Fifa körül, hogy így. Az az igazság, hogy, hogy tudod, hogy amíg videójátékban van, annyira nem zavar engem ez a dolog, sőt. De hogy ez egy fasz, De hogy nincs így. Tehát, igen, hogy... a, az értékekkel való kombináció, az a fura, igen. Hát meg, meg az, hogy jó, hát én értem, hogy ez nem valós foci, és ez egy foci játék, meg egy foci szimuláció. Igen, de, de az, de az hogy... hogy hozzáigazítod a számokat, és úgymond egyenlőnek jön ki, az olyan fura. Igen. De, de, de a, még azt a logikát meg is értem, hogy ne legyenek már most akkor a legjobb női focista ilyen megye hármas értékelésekkel, ne legyen már ott, mert tök degradáló, hogy ő a női aranylabdás és de szar nem értékelései nem, nem úgy, nem ott körül vannak. Hát van, én úgy hallottam. Hát ott körül van, de, de engem inkább az alapkoncepció az, ami kérdőjeleket vett föl a fejembe, mert az, hogy ha már együtt vannak, akkor bazeg ne legyen már az, hogy, hogy ilyen szarok az értékeléseik, azt értem, de hogy. Tehát nincs ilyen nincs, semmilyen sportban nincs ilyen, és így tökre furcsálom, hogy ezzel kikkel vagyunk inkluzív. Ennek így a, a női futball kedvelői örülni fognak, hogy együtt vannak a játékban a fiúkkal, de mindannyian tudjuk, hogy ez egy fasság. Tehát, hogy... Akik? <laughs> a női futball kedvelők? Hát ez az. De hogy mi a cél? Tehát, hogy miért jó ez? Kinek jó? Tehát, szerintem ez egyébként az egy rohadt menő dolog, hogy belerakják a női bajnokságokat. de ezzel inkluzívabbá tesszük, megismertetjük egy csomó ember, tudod, játszunk, üző, most csajokkal játszunk, és akkor érted, megismersz egy-két női focistát, meg tök jó. dolog. Igen, egy de így össze most nincs, ez, simán egy fasság. Tehát, hogy ez így nem jó senkinek, ez egy hülyeség. tudsz a idiótán is fog kinézni. Az nekem is Szerintem... furcsa, hogy startba kihozzák ezt, de tényleg az a fura, mert ez így tényleg furcsa. A lényeget mond. Ha én veszek most kártyát, akkor ott abban lehet... Tehát, teh teh, hogy vannak, van kék csomag, meg... Vagy... <laughs> meg rózsaszín De, én nem, csomag. Én, én nem ezt mondtam. Én nem ezt mondtam. Én sokkal pici vagyok. De hogy? Tehát, hogy bármit a kártyát. Hát hol? igen. Igen. De Nesztály, ezért fizetik! Hát... Ez így már nem vicces. Igen, és így... Tudját, most azoknak mondom, akik így Fifáznak, vagy láttak már Fifát, ugye, úgy van, hogy... Kinyitod a csomagot, és akkor van egy kis animáció, és akkor jön a csillanás, és akkor már látod, hogy... Ú, ez egy speckókártya, mert fekete... Úristen, úr, és így besétál. Marika. Hogy kinyitottad. És na szerintem pont ez az, Amitől így pont, hogy ront a helyzetem. Kurám úgy. Tehát, nem hogy, tudom, hogy mondom, az, az lesz, hogy tele lesz klippekkel a, a Twitch, meg a izé... Hogy örülnek az emberek, aztán besétál a női focista, és ott fogják fikázni, meg szentségelni. Ez pont, hogy nem segít senkin, szerintem, hanem pont, hogy szarrá lesznek mémelve a, a női focisták. Szerintem ez tipikusan az, amikor inkluzívak akarunk lenni, de igazából kurvára kontraproduktívak vagyunk. De, és a... pont azt fogjuk elérni, hogy mémelni, meg röhögni fognak a csajokon. Az a kérdés, kérdés Nesszály, szerint... hogy. Vállal Endidi majd nőket. Hát na, amúgy ez lesz a kérdés, hogy karriermódban miért nem lehet ez, ezt megoldani. Ez a kérdés. Tehát, hogy a Nessa FC amúgy sikerre tudna vinni egy 11 fős női csapatot, amúgy abban lehetne valami. Baba Tunde megoldaná, de ott meg szerintem nem lehet. Tehát, hogy csak a kártyás. Tíz éve lehet. Én, én, de fura, az biztos, mondom, mert nem látok bele annyira ebbe e e e e e e a részébe. Bocsánat, semmi, csak lenéztem a csetre, ne arra pist, és egy mondatot látok. Tudom, amiben minket... nincs shotgun, az nem játék. Mi nincs igaza. <suk> Jó, befejeztem a pofázást, nyertetek, ennél jobbat nem tudok mondani. Igen. Ö, szóval szabad ne feled, mondja csak. Ö, mondom, Bocsánat. én nem vagyok benne ebben annyira, értem az aggájaidat ezzel a dologgal kapcsolatban, nekem is nagyon furcsa, de, ért, de van egy kettőssége, mert értem én is azt, vagy nem, tehát nagyon furcsa ez a stat kiegyenlítés, és valószínűleg tehát nagyon furán fog hatni a játék közben, ugyanakkor meg nem, 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 nem tudták arányosan csinálni, akkor senki sem játszott volna bele, mármint hát a, igen, női a női részével. Úgyhogy én értem, Kérdés, hogy miért kellett ez a dolog, nyilván az inkluzivitás miatt, meg nyilván amiatt, és most ne haragudjatok rám, az a baj, egy külön projektet, projektként ezt nem lehet kezelni. Hát a ja, nyilván. Tehát a, a FIFA dupla t nem lehet eladni. Igen. Tehát hiába építesz egy olyan játékot, ami csak erről szól, azt nem fogják venni, ugyanúgy, ahogy nem mennek ilyen mérkőzésre emberek, yeah. nem nézik, vagy kevesen, úgyhogy be kellett implementálni, mert próbálják ugye ezt az oldalt is megülni az emberek, próbálkoznak. Hát ja, de mondom, én, én szentül abban hiszek, hogy tudod, mi, ez arra lesz jó, hogy rengeteg sok mém, vicces klip, jó ki fogjuk röhögni a, a női focistákat, ahogy ott vannak Ultimate Teambe. Szerintem tökre az ellenkezőjét érik el, ne legyen igazam. De tény, hogy a, a törekvés, az biztos, hogy a Majd az, az utókor még. eldönti, hogy ez volt az utolsó internetes szereplésem, mert annyira fasságot mondtam. Ó, ne szállj, ne hülyeskedjen már. Ez, ez nem, nem, nem. Ez, Nagyon ez, ez, fura ez, ez szerintem. Ez hülyeség, de értem, mit Javán. mondasz. Figyelj, biztos vagyok benne, hogy az alaptörekvés az az, hogy népszerűbb legyen a női foci, és a, hogy ismerjék meg többen a női hogy játékosokat? Hogyne. Szerintem sem ö, ez lesz az eredménye, ismerve ugye az internetet és a tisztelt közönséget. Ö, nem ez lesz az eredmény, ö, de ez van. Meglátjuk. Egyetlen egy legit kérdés a csetről. ki lehet -e ezt kapcsolni. Ezt kérdezték meg a fejlesztőktől is. A következő volt a válasz: ha nem tetszik, játsz másik játékmóddal. Um, úgyhogy ezt tudom én is csak továbbítani. Amit egyébként a legjobban tennétek, mert az Ultimate Team a legnagyobb lehúzás, szopás, gambling fos, ami a FIFA-kban található, úgyhogy tényleg játszatok másik játékmóddal, csak ne a női focisták miatt. <laughs> Jó, csak az a baj, hogyha, tehát, hogyha, tehát hogyha ilyen, 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 faszapó módon kezelik a közönséget, akkor a végén másik játékkal fognak hát... játszani, mert ugye hát lesz. Igen, lesz, 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 készül a, a UFL, meglátjuk, hogy, hogy milyen lesz az a játék. Meg most láttam valami announcement trailert valami Man of the Match nevű játékról, Az fogalmam sincs, hogy mi, valami CG trailert láttam. De Am lehet, nem? hogy valami mobilos cuccás, de a Playstation csatornán dobta föl nekem. Ott van, Menov, of fogalmam Jó, sincs, ez mi lesz. Emlékszel arra, amikor annak idején a DICE azt Is mondta te. az egyik Battlefield gémre, hogy ha nem tetszik, ne játsz vele? Jó, igen. Ezt tették az emberek. I igen. És a franchise-nak tulajdonképpen vége van. Jól sült Jó, el. Jól sikerült. Jó, sikerült. Ez de tudod, talán ezt akartam mondani, hogy valószínűleg ezt fogják elérni itt is. Majd látjuk. Ez van. Na, egy utolsó hírem van még mielőtt belevágunk a játékokba. Amúgy <hül> pont azt nézem, hogy időben tök jól belőttük ezt a szegmest. Ez a twitch kapcsolatos, ugye megvolt a Twitch-kon. Szerintem pont talán azután volt, miután a legutóbbi... A, a pá volt, Igen, pahi. Pahi, Most meg lesz a Vegas. Igen ami... Az nagy kurva ház lesz, oda mennék? Azt akartam mondani, hogy szerintem ott az IRS streamek durogni fognak, azt olyan klippek fognak fölkerülni. Milyen aranyos hogy így fogalmazta az IRS streamek? Oda azok mennek, akik amúgy a... Na mindegy. Én tudom, hogy mire van gondolsz. hogy de... Tartsuk már még meg ezt a műsort egy pár évig, Pisti. Jó. Igen. De hogy bejelentések történtek, hogy a Twitch is milyen irányba próbál fejleszteni, előre lépni, és nyilván totál nem meglepődve, amiket bejelentettek, és most a GameStar-ról idézek, csak hogy legyen egy kis kredit nekik is. A fejlesztett klipszerkesztőnek köszönhetően egyenesen TikTokra is ki lehet majd küldeni klippeket. Ez elvileg augusztus környékén érkezik, ez az első. A második, hogy lesz egy Discovery feed, ahol egy TikTok szerű felületen keresztül lapozgathatjuk a tartalomgyártók álló formátumú klipjeit. Itt zárójelben ezt én teszem hozzá, én úgy tudom, hogy ugye az lesz, hogy akiket nem követsz, olyan tartalomgyártóknak a, a klipjei lesznek. A harmadik, a streamerek megjelölhetik majd a kedvenc klipjeiket, így azok nagyobb eséllyel bukkannak majd fel ebben a Discovery feedben. Szerintem valami ilyen már ben van, nem? Nem tudom, hogy néztétek-e a klippeket, de hogy most az, azt hiszem két vagy három napja nekem megújult, hogy ott ilyen kedvenceket lehet már beállítani. Én nem használok Twitch-et, nem szeretem. Én, hát szar az, igen, mindegy. <laughs> És a negyedik, hogy érkezik a Stories funkció ahová mindenki kipakolhat majd videókat és képeket, amelyek 24 órán keresztül lesznek megtekinthetők. Ezeket a fő bújításokat jelentették be a Twitch-konon. Kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed erről, nem tudom, hogy Happy Hour-ben mennyire. Egy v... szinten beszéltünk róla egyébként. Bele. Hát mi azt hoztuk fel, hogy ugye ö, hasonló ö, ö, szettel dolgozott, vagy próbálkozott a YouTube is, és összességében nem jött be. Hát nem. És ugye most annak egy ilyen sokadik verzióját látjuk a shorts keretein belül, ami viszont ahhoz képest bejött egyébként Igen. a shorts, hogyha a stories-hoz hasonlítod. De kicsit későnek is érzem, ezt a dolgot kicsit ilyen esőten köpönyeg, meg a másik szerintem a platformhoz nem, pla nem passzol ez a dolog. Na, Ahogy akartam. amúgy a YouTube-hoz se passzol ez a dolog, tehát nem ezért jönnek ide az emberek. Én értem, hogy újat akarnak, újítani akarnak. És tény, hogy a felfedezés az a, az a feature, ami egyszerűen hiányzik a Twitch-ből. De... És azt tudjuk, hogy nagyon sokan jelezték, tehát hogy ez, ez nagyon sok tartalomgyártó jelezte a twitch hogy a felfedezhetőségen szeretnék, szeretnék, hogyha javítanának. És egyébként ez egy valódi törekvés, tehát hogy figyelembe vették, csak kérdés, hogy mennyire lesz ez a, a közönségnek hasznos. Én nem tudom nyilván, mert megmondom őszintén, hogy azáltal, hogy ide tartalmat gyártok, viszonylag kevés időt töltök a Twitch nézőként, tehát valószínűleg a nézők, akik most is itt vannak, vagy akár akik majd YouTube-on nézik vissza az aputestet, jobban tudnak erről nyilatkozni. Amit te mondtál: pontosan az nekem is az érzésem és a problémám kicsit ezzel kapcsolatban hogy az emberek nem úgy használják a Twitch-et, mint a TikTokot, vagy Igen. az Instát. Tehát tök jó, hogy lesz egy Discovery feed, de szerintem nem nagyon fogják használni az emberek, mert én viszonylag kevés időt töltök úgy a twitch en hogy így keresek dolgokat, hogy mit akarok nézni. Tehát vagy fölmegyek, mert van, van az a streamer, akit szeretek és streamel, és akkor nézem, vagy nem megyek föl, és nem nézem. De hogy Igen. kicsit, de hogy ezek a hosszú formátumú tartalmak, ezeket nem ilyen adhok jelleggel fogyasztod, hogy, hogy te ott görgessél a Discovery feed hogy hát fölmegyek a Twitchre, ó, nincs senki, akkor így fel... Nem. Tehát ha a fölmész a twitch és nincs ott senki, már durantod a TikTokot, és megvárod, amíg szerintem. De lehet, hogy kurvára nem lesz igazam. De hogy én azt érzem, hogy a, a hosszú formátum miatt nagyon sokat a Twitch soha nem fog tudni javítani a felfedezhetőségen, mert azokat, akiket a twitch nézel, azokhoz az emberekhez már elköteleződtél egy másik platformon. Igen. Szerintem. Igen. Biztos, hogy van a közönségnek egy egy százaléka, aki keresget új streamereket, tudod, felfedez új embereket. Ogyan? Nekünk is sok nézőnk van, aki a Twitch-en talált ránk, nem a YouTube-on. De egyszerűen. Sokkal könnyebb, szerintem így működik az ember. Legalábbis én így működök. Nem akarok általánosítani. E, hogy van. valakiről látok egy TikTokot, egy streamerről, egy vidros, azt mondom, hogy hm, ez szimpatikus, vagy jó volt a content. Van YouTube-ja, és akkor átmegyek a YouTube-jára. Ott megnézek egy-két videót, és kurvára kell, szeressem, hogy eljussak oda, hogy fubaznak. Én élőben is akarom nézni ezt a csávót, vagy csajt, mert annyira tetszik, annyira jó a content, hogy akarom látni élőben. És ez egy folyamat ábra, szerintem. És emiatt ennek a folyamatnak mindig is a végén lesz a leghosszabb formátumú kontent, ami lehet élőadás, podcast, bármi más, és egyszerűen nem tudsz mit csinálni ezeken a platformokon, hogy itt, itt próbáld meg nagyon masszívan bevonzani az embereket. Szerintem. Nekem is ez a véleményem. Öhm... Ennek ellenére, ha megpróbálok belelátni a twitch a fejébe, amit nem akarok, mert mondom, szerintem is úgy van, ahogy mondod, és nem és, és illik-e ez a platform, ez, ez a jellegű dolog, arra úgymond látok esélyt, hogy ha, ha nem is keresgélek, de mondjuk, hogyha így a, tudod, a, a kezdőlapomon Aha. nekem most van egy csík, ahol mit tudom, én látok egy egy arcot, aki nagyon nevet Aha. Ö, egy játékban, amit ismerek, és így tudom, hogy 60 másodperc vagy 30, uh -huh és irányom, hogy na, te mit láttál ebbe a játékba, és mondjuk mit tudom én, kurva vicces a gyerek, meg befosol a röhögéstől azon a 30 másodpercen, lehet ránézel. Mm. -hmm. Hogy amúgy ez ki a faszom. Tehát egy, ezt így látom benne, hogy ez a, ez a haditerv. Ugyanakkor egyetértek a nézőkkel, meg veled is, hogy az a baj, hogy a livestream az nem volt, Hú, mekkorát mondtam, <laughs> Hát még nagyon sokan vannak, az akik anyám, ezt nem értik. De, de tehát, tehát hogy le van kötve az időd. Igen. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy van egy nap, egy nap van másfél órád live-ot nézni, és voltál már twitch akkor így megvan, hogy az kinél töltöd azt az időt. Hát, ja. Nem? Mondjuk mi is csak egyre szarabbak leszünk, ezt tudjuk, ebben szóval. Sose járna ne, van utánpótlás. De most figyelj de, de, de érted, most egy 30 másodperces klip, nem lesz elég arra, hogy én azt mondjam, hogy jó van a faszomat akkor korban, amit csinál. Ja, ja. Itt van az új gyerek. Még be, még be is megyek nes be is győdöm, hogy elmész a faszomba. Megvan az új lesz szájta te szar! Tehát, tehát ez, 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 ez nem ilyen. Aha. Ez nem ilyen. Öm, Igen. Igen. A, az ellenoldal az az, hogy nyilván itt is vannak sokan, meg én is ismerek a, a közönségeből sok olyan embert, akik például fönn vannak egy nap 8 órát a Twitchen, és tudod, mindig néznek más, tehát sok időt töltenek egy Twitchen, az nekik a tévé, a rádió, akár ami a melóba szól egész nap, és nekik jó lehet, hogy tudod, nincs senki, és ők nem mennek át tiktokozni vagy bármizni, hanem nekik jó lesz, hogy jó, most pont nincs senki, akkor használom ezt a discovery és... Felfedezek egy-két új embert. De szerintem ez nagyon kicsi százaléka a nagyon. nézőknek, akik így egész nap ott vannak Twitchen. Pontosan azért, mert a legtöbb ember abban a zajban él, amiben mi is, hogy TikTok, Insta, Facebook, Twitter, Twitch, és egyszer rotálsz a tartalmak Igen, között, mert meg, annyi van szarási. Meg mindenhova valamiért mész. Igen. És nem tehát nem keresem az egyiket a másik Igen. helyen. Ez is egy nagyon jó meglátás, illetve Mörderrel értek egyet, mert én is így csinálom, hogy én is ezer éve nem keresgélek youtube on mert úgymond működik. az az algoritmus, hogy és de? nekem a recommended page általában mindig, tudod, mikor így valamit meg akarok nézni, Aha. a recommended page mindig ajánl valamit, amire kíváncsi vagyok. Ahogy a Twitch is olyan, hogy most rákatintok egy streamre, mit tudom én, most maradjunk annyiba, mindig öt hozunk például, rákatintok e akkor nekem, amikor én rákatintottam ott oldalt, a recommended 10 streamer, először 5, aztán 10 streamer, valami hasonló lesz, mint ő. Aha. Az ugye olyan nagyon mást akarok nézni, mert képes volt kinyomni a streamet, akkor átmegyek valahová, ugyanazt a gémet nézni, vagy egy másik magyar streamer ez vagy ilyenek, és inkább ezt csinálom, mint semmi, így elkezdik a nulláról keresgélni, hogy most így megnyitok, mitől én egy egy baldöckét kategóriát, és akkor most ki a faszom az érdekes. Tehát, hogy, én, ja. én, én bízom ebben az ajánlásban, amit csinál, akár a YouTube, akár a. a Twitch. Hát igen, inkább algoritmus oldalon kellene ezt fejleszteni a Twitchnél is, hogy. De igen, mert hát 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 az így De egy hogy... így zárt kört kínál elég mindig egyébként. Igen. A, de az meg elég egy csomó embernek. Szóval a felfedezhetőségen ez nem segít. De nekem elég. Én nem akarok, tehát hagyjál Me, már. Meg az a baj ezekkel a, a Twitch klippekkel, hogy, hogy azért kurvára nem reprezentatív. Tehát Nem. Hogy, nem eh, nagyon kiváhegyezve. Engem pont azért szeretett meg nagyon sok ember a Twitchen, mert nem azt kapták meg, azt a masszívan vágott, nagyon-nagyon nagyon harsány dolgot, igen. ami YouTube-on vagyok, hanem hogy így egy teljesen más, meg kifejtett oldalt, és hogy pont ez az, hogy most kivághatjuk a, a, happy hour is, vagy a game stream is, amikor csapkodod a térdedet a röhögéstől. Uh -huh. De most akkor, aha, ez a szakállas gyerek, ez vicces, ahogy tetszik. Rámegyek. Néha az. És nézed 10 percig, és nem röhög a Pisti. Mondjam már hát, valami vicceset. Igen, hát, rá, mondjam van, igen, egy viccet. Tehát, hogy ezért is így, de a fene tudja, ne legyen igazam, tök jó, hogy a Twitch fejleszt, tök jó, hogy változtatnak, elkezdett égni a segük alatt a szék, azért az utóbbi hat hónapban ez látszik, hogy hogy próbálnak csinálni dolgokat, és még mindig jobb, hogy próbálkoznak, mint hogyha nem csinálnának semmit, Igen. és tényleg ez volt a, a kisebb content kreatoroknak évek óta a legnagyobb kérése, hogy valamit próbáljanak tenni a felfedezhetőség érdekében, de én még mindig a legjobb szívvel azt tudnám tanácsolni a kollégáknak, akik nagyobb elérést szeretnének, hogy bárhol máshol, mint a Twitch-en próbálják növelni az eléréseiket, mert igazából ott lehet. Én is, itt gondolom, én is úgy gondolom, hogy, hogy igazából a TikTok úgy működik, mint, hogyha, mint egy reklámfelület, ja. hogyha ügyesen csinálod, és a YouTube landing page-et, úgymond ez, a, ahova hova érkeznek a vodjaid is, hogyha ügyesen építed, akkor abból többet lehet profitálni, Igen. mint bármi másból. Érdekes. Nem, nem egyszerű, mert nehéz áthozni platformokon át embereket, nagyon-nagyon nehéz, még platformon belül is nehéz megtartani az embereket tart igen. áthozni meg pláne, de még mindig könnyebb, hogy ott megismerjenek, és akkor ezen az elköteleződési görbén végigmenjenek. Igen, bár én hiszek abban emellett, -e hogy, hogy van egy úgynevezett online presence, tudod, és ameddig tudják, hogy vagy, addig mindegy, mi van. És hogyha mindenhol megpróbálsz ott lenni, és eléred azt, hogy mondjuk az átlag userek, akik tudod, azért úgy fogyasztják a TikTokot, Aha. hogy gamingben vannak, tegyük fel, és tök mindegy, hogy Twitch-en, YouTube-on vagy TikTokra felmennek, ha nem is tudják, hogy ki vagy, minden nap látják az arcod legalább egyszer. Yeah. Valahol. Vagy yeah. az ajánló page egy cover vagy egy hülye TikTok videó, vagy tök... ha mindenhol ott vagy, benne vagy, és mikor legközelebb meglátnak, nem úgy, nem úgy Azért neked. utálnak minket te ilyen Pont, meg. Én, én, tudom, hogy erről van szó, de hidd el, hogy, ez <laughs> nagyon, de hidd el, hogy ez nagyon fontos. Mert tudják, hogy vagy. Igen. És ameddig ez nem tűnik, mert, mert, tudod, hogy van ez, tudod, hogy az ember elhiteti magával. Én az meg egy hónapja nem láttam ezt a ilyen gyereket. Biztos ennyi. Elment, lecsúszott a faszomba. Tök mindegy, végig te mind a geci. Hogyha nincs meg ez a szarság, akkor elmúlik tőled ez igen. a, a ennek a dolognak, és ez ez, ez, tehát ez, fontosabb annál, mint sem. Tehát igen, ja, én ja. is egyetértek veled, hogy azokat a platformokat okosan kell használni, hogyha fent akarsz maradni, mert ha meglátnak legközelebb a streamedbe, tök fura érzés, hogy én tudom, ki ez. Ja, 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 igen. Nem? Tudom, ki ez meg meg is marad benne, egy olyan érzés, hogy biztos jó. És akkor már szánok rá a Twitchen is mondjuk 5 percet, mert ezt láttam ezt a gyereket TikTokon többször is már, hát akkor már meghallgatom, hogy mit csinál élőbe. Igen. Yep. Na mindegy, érdekes téma. Úgyhogy, ja, um, ez volt a kis bevezető, beolajozó szekciók. Jézusom lesz Jézusom. Úgy, most e... már mesélj valami játékról, mert rosszul lesz. Most el. már videójátékozhatunk. Mesélj nekem valami játékról. Na várjál, itt beledobtál a jóba. Figyelj, az um, indie játék, amit ami tökre ajánlok mindenkinek, és tökre ülök, hogy volt időm megnézni, a Dave the Diver. Aha. Biztos, hogy sokan hallottatok Piszkálta róla. Piszkálta is a fantáziámat egyébként nagyon. Bele is néztem külföldi streambe, de, még amikor megjelent. Mit szóltál hozzá? Figyelj, Nekem nagyon tetszett, um, a, amit láttam. Az belőle. van, hogy uh, úgy tudnám leírni ezt a játékot, hogy egy uh, nagyon jól, nagyon precízen összerakott uh, indie játék, amiben van egy kis akció, egy kis menedzsment, semmi bennem revolucionális, de minden, ami benne van, az nagyon faszán működik. És aki szereti az ilyen kicsit csillesebb játékokat, ami, amibe bele lehet csavarni egy jó 30-60 órát, az 30 ez nagyon... 60 órát? Aha, elég hosszú ez a game. Wow. Um, és van benne story, tehát hogy ez, ez még szintén egy nagyon plusz elem. A lényeg annyi, hogy Dévvel vagy, a búvárral, akinek le kell merülnie a tengerbe, és halakat kell ott összeszedni, van egy kis gíred, ami folyamatosan fejleszthető, ugye, hogy mennyi időt tudsz lemaradni a víz alatt, milyen a kis, mindig elfelejtem a hárpunt magyarul, amivel... Lövöd a Igen, milyen a szigonypuskád, ezáltal milyen nagy halakat tudsz elkapni, és ezeket a halakat utána visszaviszed az étterembe, ahol meg a menedzsment része van a játéknak, ugye ezt, amit most láttok, ez a kis pecázás, horgászás, a búvárkodás része a dolognak, ez egy ilyen real-time akciójáték. Úgy mond, neked kell lőni, célozni, kifogni a halakat, Aha. elkapni, közben nyilván menedzselni az oxigént, meg lútholgatni, meg felfedezni, tehát hogy elég nagy így a víz alatti rész, és akkor utána napszakokra van osztva, nappal kétszer búvárkodhatsz, van egy délelőtti, meg egy délutáni rész, és ha ez megvan, akkor este meg a a bárba, ahol hát gyakorlatilag felszolgálnod kell. Tehát van egy séf, ő készíti az ételeket, neked föl kell venni a rendelést, és így ide-oda szambázni, de te állítod össze a menüt hogy mit kínálsz, ugye nyilván azokból a halakból, amiket napközben kifogtál, tanulod meg a recepteket, és akkor kiválasztatod, hogy mit akarsz árulni, tehát, hogy így a menedzsment része az, hogy kiválasztod, hogy inkább a ritkább halakból, amiből csak egy vagy kettő van, azokat árulod, vagy, vagy, vagy így a konzumerebb halakat, amiből könnyebben összefogtál többet, tök fán, az a lényeg, hogy nagyon egyszerű a játéknak az alapkoncepciója, de minden így intuitívan jól működik és szórakoztató, mert tudod fejleszteni a recepteket is. De hogy így mindig mindenhez van elég alapanyagot, hogy fejlesz folyamatosan. Jó. És mindeközben meg van egy story és ilyen kurva vicces animációkkal ki van egészítve, hogy például fölfejleszted az egyik receptedet, és akkor így jön egy ilyen bejátszás, ahogy a, a, a séfed az ilyen nagyon epikusan így áll a szélben, hogy suhannak el a falevelek, így előhúzza a kését, és közben ilyen tink-tink-tink, <coughs> 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 és akkor csinál egy ilyen menővágást, és akkor new recipe. Tehát a hangulatos a játék. Nagyon-nagyon fasz és tényleg az, hogy a sztori megvisz előre, tehát hogy nem az van, ami nálad is sokszor egy turn-off ezekben a játékokban, hogy csinálj, amit akarsz, hanem nem minden napra van egy kis küldetésed, amit meg kell csinálni, vannak gyűjtögető side questek, tehát hogy lehet gyűjteni a halakat, hogy minden típusból meglegyen, meg, de lehet gyűjteni ilyen ősi relikviákat is, tehát hogy rengeteg-rengeteg sok ilyen apró melléktevékenység van amúgy a játékban, uh -huh. ami kiegészíti, egy tök jó, nagyon patent emberi járon, azt hiszem, hogy 20, vagy 25, vagy maximum 29 eurós árban találjátok, tehát hogy éppként ahhoz képest, hogy mennyi kontent van benne, tökre megérős, Öm, borzasztóan. Én is úgy, amikor először ránéztem, úgy voltam el, hogy jó, jó, de nem látom benne az extrát, de amúgy jó, nagyon jó, tehát kipróbálva tényleg nagyon fasz a hangulatos, responzi, ott az animáció. Az anyámat. Oda nézze, hogy ott -e csinálja hagymát. az új receptet. Pff. Én azt láttam, tehát azt tűnt fel, hogy mikor már voltak külföldi streamerek, akik már tehát nem, nem, azon a héten, amikor megjelent, hanem a következő héten is Dave the Diver eztek, hogy elkezdtem akarni az álom, hogy mi a... F Mit lehet ennyit ebbe csinálni? Igen. Igen. És ráadásul ugye ez a játék Early access lépett át most 1.0-as verzióba, tehát ebből a szempontból egy, egy tök jó siker. Én sztori, előtte nem figyeltem egyáltalán amúgy. Mert hogy Early access már volt. Nem Egy jó olyan. ideje, és most jelent meg teljesen. Nagyon-nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Ah, nem tudom, hogy a Steam Deck supportja hogy áll a játéknak. Szerintem de... jól. Azt akartam kérdezni, hogy kontrollára szerinted mennyire játszható kifejezetten kontrollerre javasolta egy csomó külföldi streamer. Én billentyűzettel játszottam. Látom. De azzal tök oké okay volt. Szerintem simán működött, Tehát, hogy szerintem jobban működhet kontrollerre pont a célzás miatt. Aha. Mert amúgy az egeret nem nagyon használod a management résznél, mert menük lépkedsz. Aha. Szóval szerintem kontrollerrel még jobb is. Csak azért, mert hogy olyan jó handheld játéknak tűnik. Tehát, hogy mondjuk ez Absolut. egy olyan game, ami a Steam Deck is el mondjuk sok órát az Abszolút. Tehát, hogy egy ilyen aksi kimélő és hogy az a hardware amúgy, amúgy, amúgy teljesen ö, ö, jól bírja. És az a lényeg, meg az a kulcs egyébként így a sztorival, meg a játékmechanikákkal kapcsolatban, amit Just Rhymes is ír a chaten, hogy én csak két és fél három órát játszottam vele, és mindig jöttek új dolgok, és állítólag a 16. órában is még jönnek folyamatosan új dolgok, új minigémek, új mechanikák mert hogy a játék fejezetekre van osztva, és Aha. folyamatosan nyílnak meg benne így a sztori által új dolgok. Úgyhogy én nagyon-nagyon kellemes csalódás volt, mert így trélelek alapján én se láttam bele semmi extrát, de hogy egyébként meg játszva borzasztal lekötött, és tudod, vannak azok a streamek, amik így repülnek hogy én már ennyi az idő, Igen. és ez is egy olyan stream volt, úgyhogy nézzetek rá, tegyétek kívánságlistára, én nagyon jó szívvel tudom ezt ajánlani mindenkinek. Így tényleg, tehát ez nem az a játék, amit így specifikusan ajánlok, így bármilyen kedv, ezt a játékot mindenkinek ajánlom, mert... Jó, néz ki amúgy nagyon mert szórakoztató volt borzasztóan. Köszi az infókat, srácok itt, hogy elálljon is nagyon jól, A stb. meg, hogy lesz Switchport. Ja. belőle. Na, Most hogy ő Dave the Diver. Tök jó gém. Állatias. És... ha már ilyen újra megjelenések, hogy ne kezdjünk el a régi dolgokról beszélni, megemlíteném, mert nem, szerintem neked nem volt idő az Exo Primalt. Nem, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire lett rossz. Most miért így mondod? E, azért így mondom, mert nekem mindig uh, ezekkel a teljes árú, kóp, single is multi is, nekem vannak mindig rossz előérzeteim ezzel a játékkal kapcsolatban, de alig várom, hogy rám cáfolj. Uh, nézd. Uh... Mert dinók. Amúgy érde... Én szeretem a dinók. Amúgy, amúgy érdekes a koncepciója uh -huh. a játéknak. Nagyon fontos, van sztori. Elég érdekes sztoriban, de nem mennék bele, mert ilyen idő és térugrásos Aha. témakör. Tehát ez a bonyolultabb, mint jobb. Igen. A játék borzasztó arkád egyébként, Aha. különösen a feliratok, számok, ugye végtelen sok ennemi Tehát végtelen sok van, ugye folyamatosan lő, lődezni kell, mint az állat, stb. De alapvetően ugye egy kóp shooterről van szó, ami uh -huh. alapvetően PVPVE, majd mindjárt elmondom, hogy hogy van, mert amúgy az érdekes lesz szerintem neked is. Az a lényeg, hogy vannak ezek, a, ezek az exóruhák, amúgy belül egy ember vagy, és ebből van ugye jó stílus, nyilvánvalóan van Assassin's Tank, Support. Uh -huh. Nagyon érdekes, hogy meccs közben tudod váltani. Oh. Tehát annyi, hogy van egy ilyen 5 másodperces downtime amikor ki kell mászni a páncélodból, amikor ilyen rettenetesen sebezhető vagy. Uh -huh. Tehát el kell bújni valahova, hogy megold ezt a páncélváltást, de alapvetően tudsz váltani. Hm. Tehát ez már egy olyan nagyon érdekes dolog, illetve ugye folyamatosan tudod változtatni missionok között a felszerelésedet, tudod fejleszteni a képességeidet, tudsz külön pörköket, mutatoröket betenni, tehát végtelenségig lehet a bildelet precízionálni, hogy te most a tanknak még több HP-ja legyen, meg még több legyen a rezisztje, Szóval okay. nagyon részletesen lehet ezt megoldani. Egyébként ez az általános ilyen asszault karakter, ami kb. Így balanced. Ezzel elég sokat játszhatunk. Alapvetően dinók ellen kell balhézni, mindenféle fajta ellen, és az a nagy érdekessége a játéknak, hogy vannak ugye képességek, cooldownok, -ok, stb. Mondom, nem akarok belemenni, mert nincs benne újítás. Aha. Ebből a szempontból. De nem, Viszont... hát az alapokat el kell mondani. A játékmenet az milyen... az, hogy a story az úgy van megoldva, hogy bizonyos számú multiplayer mission ad új story cinematikot. Tehát nincsenek questreléti cuccok a játékmenetben. Uh -huh. Csak a story folyamatosan folyamatosan adagolja. Azáltal, hogy ezekben. Hogy a meccsenben... hány ilyen meccsen veszel részt, igen. Tudsz választani, hogy PvP-s, vagy PvP-s választasz, PvS mission-t választasz, vagy random. Hogy Aha. majd a végén tudod meg. Na, és uh -huh. itt jön a lényege, ami izgalmas. Hogy a PvE is PvP, meg a PvP is PvP. Figyelj, nem hát. az. Tehát az a lényeg, hogy amikor így futok, mint egy idióta, elkezdődik egy mission. Egy ilyen limbóba vagytok, ahogy a betöltés közben, tehát de, látod az enemy tímet. De annyi van, hogy te rányomsz, hogy játék. Játék. Tehát nincs de ilyen kiválaszt... játék, és kiválasztod, igen, hogy... kiválasztod, hogy melyiket. Aha. Bekerülsz egy ilyen digitális platformra, mert tulajdonképpen beteleportálnak ebbe a mission téged, miközben látod a másik tímet, és hogy mi a tím összetétele. Uh -huh. Tehát az alapján már ott az előszobában tudsz váltani karaktert, hogy nem egy közbe kell ékeljön, Hogy de a ők team... is tudnak közbe Így van, de, a team composition-t tudjátok áltani. Na is. Látod, ott van fent, hogy 7 per 30 középen? Középen Aha, fent. igen, igen, igen. Az azt jelenti, hogy 30 ilyen madarat kell elölni, e, És ez folyton változik. Van, amikor többfajta e, dinót is meg kell ölni, de mindig egy azonos számú. számot. Nem az, hogy meg kell ölni mindent, és tovább mész. Megölsz mindent, és tovább mész, hanem specifikusan azt kell megölni, amit ott mutat, különben a végtelenségig jön. Na és az a lényeg, hogy ahogy mész a mappon, van egy, asz, van egy ilyen ambus, ott leleved, amit kell, futsz tovább következő pontra eljutsz, van egy ambush, megalolod, akit kell. Linárisak ezek a mappok? Linárisak relatíve ezek a mappok. És az a lényeg, hogy PvE-ben is van egy másik team, és egyszerre haladtok. Ja. És minden egyes ponton szól az AI, hogy a másik team gyorsabb, mint te. <laughs> a másik team lassabb, mint te. És ugye neked úgy kell a kompozíciót variálni, meg úgy kell figyelni, hogy pontosan tudod, mit kell lelőni, meg előre célozni, meg minden, hogy legyél gyorsabb, mint a másik team a PVE-ben, aki hamarabb végez, az egészen az nyer. A PVP-ben ennek a szekciónak a végén átteleportál egy másik mapra, ahol payloadot kell tolni, mint a Overwatch-ban, vagy el kell foglalni ABC-t, és ott már PVP. Na és mit számít a PvP része előtt a PvE? Az, hogy hamarabb jutsz át a másik pontra, tehát ja, te és már, már elkezded kezdhet... tolni oh. a payloadot, az nagyon durva, Aha. baszki. Tehát tényleg a Azt mucsi mondjuk tök jó. sietni kell, és tudod úgy kezded, hogy 48%-ot előre tolta a paraszt. Érted? Ja, és az abból ja, ja. rohadt nagy előny alapvetően. Hát, hát, hát itt én... van ez, a, ez az a rész, ahol látod az enemi tímet a másik oldalon. Ja, itt tölti a paraszt. Nézd már oda a paraszt. Igen, azaz. Ehm, És akkor ott látod, és akkor tudod változtatni a júba, az meg nekik egyáltalán több tankjuk van, akkor valamit Aha. kéne csinálni. Na, és az a lényeg, hogy így képzeld el a játékot, hogy az egyiknek van egy PvP -PV kifejlete, ami igazából annyiban különbözik a pve től hogy azzal, hogy az enemi tímet, azzal tudod lassítani őket. Mm. A pve ben meg nem. De a PvP részben már az első részen is lehet találkozni, nem, vagy az ott? Nem ugyanúgy. Az csak ott, amikor átlépsz úgymond a szimuláció, mert ezek a szimulációk Aha. következő részében, akkor lehet PvP-zni. Egyébként a responsív a játék, nagyon jól lehet benne lőbezni. A PvP rész kifejezetten jó. Tehát halnak, mint a szar. Aha. Tehát nem az van, tudod, hogy bele kell aprítsál, érted? Nem tudom, egy nyolc nem hogy meghalljon, nem a sniper karakterrel, boom dead. Ha. Ez úgy működik, természetesen van uh, Respawn. De ugyanúgy, mint egy mobajátékban, ugye 8 másodperc, hogy mennyire veszítesz, igen. Figyelj, ha egy 5 kibaszol kibaszolni három ember kinyílt, biztos, hogy nyertél azonnal. Hmm. Mert egyszerűen olyan gyorsan betölt betöltöd, beviszed a is, és, és betölt a cucc. Jó a koncept, érdekes. Ja, és ott fölül látni, hogy ki azok hol a, tart. Azok a pöttyök. Aha. És akkor, ha eljutsz középre, onnan indul a buli. Aha. A lényeg, szerintem jó, amit láttam belőle. De kurva kevés. Azt akartam kérdezni, hogy oké, ezt értettem. A Vannak koncepció. ilyen bosszok, várjál mondok izgalmasabbat. Vannak ilyen bosszok. Akkor a PvP mód, amikor elkezdődik, a payload mód, akkor ledob a játék egy ilyen faszt, és akkor dinoszaurusz tudsz változni. Mi? Egy... Ja, azt fölveszed, ilyen fölveszed, power és beteleportál oda, ahol az enemi payload van, mint egy tyrannosaurus, <laughs> és azzal <laughs> te fixen jó. tudod fogni őket. Addig, amíg meg nem ölnek. Tehát, hogy ők balfaszkodnak, akkor ők ott megálltak. Aha. Tehát ad esélyt arra a játék, hogy jön visszahozda a hátrányodat. De! Jó néznek ki amúgy a dinók. De kurva kevés. Ezt akartam kérdezni tőled, mert nekem mindig ez a multiplayer játékokkal az egyetlen és az állandó kérdésem, problémám, ami nálam eldönti, hogy, hogy egy multiplayer játékkal mennyit játszok. Vége a meccsnek. Igen. Oszt, utána mi van akkor, ha vége a meccsnek? 90 helyre kell kattintanod, ahol van kis felkiáltójál, mint a mobil gémekbe, ezzel megnyitottál két új kártyát, van két új kitehető címered, egy új karakterprofil háttered, egy új kalózkined a robotra, meg mint olyan faszom ilyenek, meg kaptál két perk pointot, amit el tudsz osztani, és akkor 1,2%-kal több hp lesz, hogy az benne. Na abon. jó, de várj, ne vegyünk két helyre, kalap alá, tehát van vizuális, és. És vannak igen, ez, mind túl vagy, hogy hú, de jó, meg minden, és aztán megyünk vissza grindolni tovább. De jelen állás szerint nagyon kevés a variáció, am ameddig én haladtam, pedig azért játszottam vele. Kevés variáció van, kevés játékmód. Ez a payload. Vagy ott tolja a köcsög. Tehát kevés pálya, kevés variáció, kevés enemy típus. Hát nincs sok dinó? Nincs sok dinó négy vagy öt van körülbelül, és az a baj, hogy, itt a bajom, hogy ha ezzel a játékkal játszol két órát, azt fogod mondani, hogy hű, bazd meg, amúgy ebben van mit élvezni, és a következő sok óra ugyanaz a kettő lesz. Legalábbis jelen állás szerint nekem ez a problémám vele. Egészségedre. Igaz. Természetesen a Metal túl a keresztül minden van benne. Amit el tudsz képzelni. És, és így a a gameplay progresszió az ilyen 1,2 százalék, tehát sok, nem az tehát van, e... hogy kapsz egy új képességet, mondjuk, amit hát úgy érzed, nem hogy... igazán, aha. nem igazán. Ezt a cuccot tudod variálni, látod ezt a, a, a retkes nagy ágyút ott a vállamon? Aha, aha. Na ez egy ilyen plusz gear, ami most így nyilván egy kurva nagyot lő, és akkor itt lehet változtatni, hogy pláncél, vagy nagy ugrás, vagy mi az anyám, tehát ez tudod aha. variálni, hogy mi aha. legyen ott. De mondom alapvetően, kevés típusú, hanem kevés pálya, kevés játékmód variáció van benne, nekem ez így kevés. Hmm. De az idő után uncsi lett. De mondom, az első két-három kör, meg az első PvP meccs tök izgi volt. Meg tényleg múlik azon, hogy milyen. Tehát azon múlik, mivel hogy én egyedül játszottam, hogy milyen a team. igen, egy... és random meccs téged emberekkel. Igen, ha balfasz tímed van, úgy kikapsz pillanatok alatt, mint a szar. Ha jó a tímed, akkor, akkor lehet hátrányból is nyerni. Aha. Tehát ez nekem, nekem ezt köszönöm, ez tetszett benne hogy volt hogy ért? nincs semmi. Igen, tehát hogyha fogod magad és így rákoncentrálsz arra, hogy jó van, baz meg, akkor ezeket a dinókat kell megölni. Akkor ahogy portálol be, már egyből célrányosan azokat lövöm, amiket kell, mert abba bízok, hogy a másik team bambább. És látszik, hogy gyorsulsz. És mi van, ha Józsika kilép? Nem te olyan nem volt. Nem? Nem. Na hát az mondjuk még egész jó, hogy. Igen, közben vannak bosszok, a a bosszokat a nagyon, tehát, tehát ha egy összeszerett van, akinek jó a kompozíciója, akkor üvöltesz, mint a sakál, hogy hogy a gecibe meg a másik ilyen hamar. <laughs> Aztán idővel rájössz, hogy hogy lehet mm. megölni nagyon gyorsan a bosszokat, vannak gyenge pontok, vannak olyan karakterek, amik alkalmasabbak. Ja, tehát vannak taktikák. Igen, van ultimate move, amiket arra kell tartalékolni, amikor jönnek ezek a cuccok, stb. Nem volt gond a meccs még kell az elején? Nem. Megjelenéskor játszottál nem. vele, ugye? Nem. Igen, nem bodog. Nem mondjuk azért megkérdezni, hogy aki megvette most, hogy megy a játék. Van a meccs még? Hogy még hát játszanak-e vele? Játszanak vele? de mondom, a legtöbb És ez helyem... is buy to play játék, ugye? Igen. Na, ezt nem fogom soha megérteni, de már öreg vagyok. De erről már sokat beszélgettünk a putesbe is. Na mindegy. De érthető. A... Szerintem, hogyha még ezt így megegyezhetem, szerintem nézői élmény szinten sok. Ja, hát ezekkel mindig az nagyon, a baj. Tehát nagyon zsúfalt, nagyon sok fény, szám, felirat, kurva élet van, és nem ha belecsöppelsz a streambe, nem tudod, mi történik. Mm -hmm. Mi néző. Game Pass? Game pass -es. Na, akkor legalább annyi. Ezeknél a játékoknál tényleg borzasztó sokat számít. Csak itt mindig az a kérdés, hogy mennyire lehet életbe tartani, mert amúgy tök jó, tehát az a kérdés, hogy na most ezt nekem elmesélted, amúgy simán kipróbálnám két órára, és eszembe fog jutni, majd négy hét múlva tudod a haverokkal, amikor sörözzünk a pinyőbe, hogy na, gémeljünk valamit, mm. és fogunk-e találni. Mondom, higgyel, nekem ismersz már ezekkel a játékokkal kapcsolatban, mondom, egy két óra hossza szerintem neked is tetszene Aha. ebből egyébként, mert tényleg, ez például PvP. Látod? És ott a végpont, ahol betolod a payloadot, uh -huh. és ott a, me megáll a payload, és ott száz százalékra fel kell húzni azzal, hogy ott vagy mellette, és nyersz. Erred? És itt például ez már annyira ö ö izgít, ez az utolsó rész, hogy betolta bazd meg, és már megy fel a százalék, és ott látod, hogy ugye nekünk még 85, de neki már megy a százalék, már a ah, benne van. Ja, ja, ja. És akkor most, ugye elővöldezzük le őket, és akkor nem tudna beállni. És akkor még így is meg lehet fordítani. Igen, és, a és akkor látod, nézd meg, most ők már 200%-ig feltolták, tehát nekik bent van a payload, látod? a hmm. négyzetbe. De ugye lelőttük őket, úgyhogy most hozzuk a miénket. Ah. Érted? És akkor nézd meg, most már az, és az is belóg, és még nem nyomták annyira túl. Aha. És nem tudom, nem emlékszem rá, hogy ezt megnyerjük de szerintem igen. Tehát egyértelműen bőven vezettek, bőven vezettek, és ez a meccs innen lehozható, hogyha jó koordinál a team, meg van dam. Mert ugye kell legyen damage dealer. Hát, mert sok olyan meccsbe belekerültem, ahol ahol nem volt, nem, nem volt damage, mindenki tank volt, és nem tudtuk. De hogy igen, de hogy itt például itt is lehet így taktikázni, hogy oké, okay, nekünk már ben van, a másik tímnek nem, akkor átállunk tankokra, hogy lassítsuk igen, őket, de látod, és, valami... és, már, vezetünk. Tehát már 8 százalék, mert egyszerűen megöltük őket, és ott nem volt ki bent legyen, úgyhogy volt egy 8 másodpercünk, amikor be lehetett húzni. És innentől ez a pat helyzet van, mert egyfelől jönnek, spawnolnak, és mindenki lefogta azt a lépcsőt. Úgyhogy baszhatják, mert ezt meg Érted? Mindig az van, mindig az jut eszembe, hogy, és mindig, amikor faterommal beszélek a, a Twitchről, mert így ő is nyilván elkezdte nézni, mióta, mióta én is streamelek, hogy hogy az van, hogy a multiplayer játékoknál egyszerűen, és sokak szerint lehet, hogy akik og ez szánalmas, és én abszolút megértem, nem lehet a multiplayer játékoknál ma már manapság ignorálni azt, hogy ezt milyen élmény nézni azoknak, akik nem játszanak vele. Mert akkora elérése van a Twitchnek, a Youtube-nak, bármilyen platformnak, hogy el tudja dönteni játékok sorsát, hogy gazdaságilag fenntartható lesz-e, azáltal, hogy nézhető-e a játék. És még mindig a rohat, PUBG baz meg az, amit mindenki ért, hogy miről szól a játék, egyszerűen érthető és izgalmas. Én ezt, nem töm töm a egyszerűen -ok Rohadtul elkapták, és még tök jó, még tudod a... Nem is tudom, hogy hogy volt pontosan, Jani, hogy te emlékszel -e, hogy még volt is ez integrálva a Twitch-en, hogy, hogy hogy a Twitch automatikusan levette a kijelzőről, hogy hány ember él, vagy valami ilyesmi volt, hogy hol tartasz a pubg Igen, a igen, 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 és lehet, hogy olyan meccseket nézni, ami már csak tizenélnek. Igen, igen, az utolsó izgalmas igen, néző. És igen, most igen, pont igen, arról, arról jutott ez eszembe, tudod, hogy mondtad, hogy így nézőként így bekerülsz, ez hogy nem most jó. dinókat ölsz, vagy embereket, vagy mi nem történik. Nem itt Jani behozta, hogy hogy áll a player base. ez azért egy kicsit fura, hogy ugye Steam és ugye a Game Pass ebben nincs benne. De azért ennél sok rosszabbat láttunk. Tehát amúgy a 9-20 az így nevetségesen hangzik, de azért láttunk olyan multiplayer gémeket, ahol egy hét után 30 volt a játékos szám. Az indulás. 19 nappal ezelőtt. Inkább ingen? az, ami szomorú, a 4005-ös indulás. Bár Igen. hozzáteszem, hogy ha legtöbben Game pass nyomatják, mert Game pass Game akkor az, biztos sokkal több akkor az a Steam-en nem fog látszani. Bár az az igazság, hogy ugye 4500 PR, ha annyi maradt volna, mondjuk maradt volna 4500 player, ezt még annak idején total től tanultam, hogy 4500 player az egy healthy multiplayer base. Tehát 4500 playeres játékban, ha bemész, találsz meccset mindig. Há' hogy ne? Ö, Tehát nem kell az olyan óriási sokan játszani, ja, vagy olyan jól működjen a jó de 920 ember az nem sok. Igen, de crossplay, nem? Na várjál, várjál, mert valamit mondtak nekem a nézők. Hogy valahogy úgy van, hogy... én azt láttam, hogy amikor játszottál a botba, akkor valakinek kis Capcom logója volt. Igen. Nekem az És volt a... egy crossplay, ja, de ja. valami olyasmit magyaráztak, hogy a PC-sek tudnak játszani a Game Pass-esekkel. Aha. Legyen az Xbox vagy PC, Na, ami... de a playstation kell nem. Mm. Amíg ezt megnézed, addig gyorsan reagálok az előző gondolathoz, mert írt a Jones a cseten, hogy nem igaz, amit mondok, mert a nézők nem tartanak életben egy multi játékot, mert arra a játékosak képesek. Ebben igaza van. Nyilván ez a papíron leírva igaz, de adja magát, hogy amit sokan néznek, az nagy érdeklődést vált ki, tehát valószínűleg sokan fogják megvenni és játszani. Nyilván, amit leírsz, az így, ahogy van igaz, tehát nem mondasz fasságot. Nem, 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 persze. De ez olyan, mint hogy valószínűleg a film, aminek sokat látták a trélerét, azt sokan fogják megnézni. Igen, a statisztikai alapon ez működik, de én csak. De nem... amúgy igazad van, persze. Én mellékesen jegyeztem meg, hogy amellett, hogy szerintem ez a játék sokkal több kéne legyen, és én egy Capcomtól sokkal többet vártam volna koncepció szinten egy ilyen játékba, még nézni se olyan jó. Igen. Ezt csak így mondtam egy pluszba hozzá, hogy amúgy szerintem nem egy jó nézője, amit. És visszakanyarod egyébként a Battle és sose szerettem a Battle Royale de mindig, mindig elmondtam, hogy kibaszott jól kitalálták a nézői élményt, és az nagyon jól működik. És ez, tehát ez egy katybasz, egy sok, ugyanaz a baj vár, mint az Overwatch-sal. Pontosan ezt akartam mondani, és pont a cségót akartam fölhozni példának hogy azért jó, mert érted, hogy mi történik a cségóba, baz meg, bárkit leültetsz, hogy nézd meg, miért izgalmas a cségó, mert látod, menni kell, lőni kell, kész, érted, melyik csapat miért nyert, hol tart a meccs. Jogos És az, hogy ilyenkor a nézők is arra gondolnak, ugye, akik benne vannak a gamingben, hogy hát lehogy le, le hogy nem át lehet látni. Igen, de te most a, laikú, a laikusokra gondolj. Tehát elmagyaráztam, vagy Cségó az azért fantasztikus, mert most valaki ránéz arra, hogy megmutatom apának, hogy néz ki ez az esport dolog. Itt egy lövöldözős játék. Pontosan fogja tudni, hogy a pisztoly az nem puska. Tudja, hogy amin a távcső van, azzal messzire tud lőni. Így van. Tudja, hogy a gránát robban, meg érti, mi az, hogy bombát felszedni. De az, amikor megnéz egy Valorantot vagy egy Overwatchot, az ilyen emberek számára mindig az lesz, hogy na várj egy kicsit. Akkor van, aki zöld csíkot csinál, a másik sárkányt lő állt a világon. Tehát hogy tudod, ez a... Tehát hogy eleve ezt se tudod összerakni. Igen. Meg most mit tolnak, meg mi a faszom van. Túl sok a plusz dolog. Ezért csinálják azokat a, a leegyszerűsített streameket, a magyarázó streameket a mobákból. Ugyanez a nehéz a mobákból, és most látsz felülről egy lófaszt, és akkor fogalmad sincs, hogy most ő akkor pandává változik, vagy mi a kurva csinál, és ez nagyon-nagyon nehéz ezt adoptálni. És annál népszerűbb egyébként egy esport, egy e minél több ember számára érthető, amit látsz. Mert a foci is egy olyan dolog, az, hogy hogy az is egy olyan sport, hogy mindenki tudja, hogy be kell rúgni a, a labdát. Be kell a labdát, akkor kéz, és, van, és van abban ott is sokkal indelt meg, meg, meg taktika, meg minden, de ahhoz, hogy beszállj egy meccsbe, az nem kell tudod, hogy te kitanuld a sportot, hogy megértsd azt, hogy mikor arra fele futnak, akkor je, yeah, amikor uh -huh. arra, akkor meg... Érted? És ez egy komoly probléma. Ettől függetlenül ez nem azt jelenti, hogy ezek rossz játékok, csak, nem, te, csak teljesen más, hogy milyen, milyen élmény nézni. Hogy nem? Mert nagyon sok olyan gén van, amit én például nagyon szeretek játszani, és tudom, hogy Twitch-en egyszerűen tehát ne, nem érthető, hogy mi történik. Hogy mert túl bonyolult. Van ilyen. És, és nyilván csak azért hoztam föl ezt az egész témát, mert manapság már a gaming összenőtt azzal a kontentel is, különösen a multiplayer játékoknál ami, ami content gyártható belőle, nyilván a content gyártók is hozzájárulnak egy multiplayer game-nek a sikerességéhez, meg az életben tartásához nagyon-nagyon sokba. Véletlenül félreértés se essék, záró gondatnak, nem azt mondom, hogy a content gyártóktól függ, hogy egy multiplayer game éle meg ha le, mert teljesen nyugodtan el van egy multiplayer, multiplayer game kis közösségekben, streamerek nélkül is, de nagyban hozzá tudnak járulni a content creatorök is ahhoz, hogy milyen egy multiplayer Nagyon nagy a közösség. Erről, 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 a végtelenségig beszélhetünk egyébként, de hogy őszinte legyek, ez nagyon-nagyon-nagyon régen kezdődött, még a tartalomgyártók előtt. Há, ha múltkor néztem meg, Jani például tegnap megosztotta, hogy a counter strike ről ugye az a videó, ami tudod így a nagy dolgokat csinálja. Most mondok egy példát, srácok, kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy mi a véleményetek róla. Mondom, tartalomgyártókról, youtuberekről, meg ilyenekről azért nem beszélünk, mert nem volt YouTube még akkor, meg semmi ilyesmi, amikor ilyen van. De nézzétek, a Quake 3 időszakról beszélek. Emlékszem, kikerült, nem tudom, hogy emlékszel, CD-n terjedt egyébként. Quake 3-ból voltak ilyen frag moviek. Emlékeztek, ilyen 99-2000-be. Öregem. Ott a valami tökös zenére össze volt vágva egy 5 perc az azoktól a playerektől, tudod. És így megnéztél egy 5 perces Quake videót, amiben nem volt facecam, nem volt, ordító, ja, nem. nem volt ordító gyerek, aki tudod a második nap a zé, chicken dinner, <laughs> meg ilyen köcsökségek, hanem nikneveket láttál, ahogy szétfelegeltek valamit, meg reagálna olyan lövéseket, mint az állat, és csak egy dolgot tudtál, hogy azonnal vékezni akarsz. Ezt akarom. Most én is. rögtön kvékezni akarok akkor is működött, és most is működik a multiplayerbe az, amikor látod, hogy mennyire menő, és most ugye ez az élmény csak, csak úgymond amplifikálódott azzal, hogy van hozzá egy élmény is, hogy látod, hogy egy gyerek meg van őrül, vagy milyen yeah, kibaszott, yeah. jól játszik, érted? És nyilván azonnal játszani akarsz. Ha meg free-to-play, túl kézenfekvő. Tehát működik az, hogy a content tolja a, a videójátékot. Mert egyszerűen kell láss de ez most pontosan ugyanolyan, tudod, mint kiskorunkban, mert nekem is megvolt ez, tudod, amikor nézed a foci VB-t, és akkor Ronaldo, ja persze. Ronaldo, beküldte, vagy Roberto Carlos olyat tekert, és akkor lemegyünk a játszótérre, szétlom. Ja, hogy nem focizok, de most úgy belerúgni. Nem focizok, de labdában. most belerúgok. Kettőtödik a fa úgy Igen. fog menni a labda, mert érted, mert ilyenek. Persze. Ez. Mint mikor a Rocky vagy a Van Dán film után, az meg szét akarod rúgni az összes gyereket a játszótéren. Ezek működnek, ezek Igen. a dolgok. Most multiplayer játékról beszélünk. Igen. Bocsi. Mivel játszottál még a bajtam? Szóval, yes. Na kipróbáltam ezt a izét, ezt a csodát, amiről hangos volt most az internet egy hónappal ezelőtt, ezt az Only appot. Nem tudom, hogy veled mennyire jött szembe ez a, ez a game. Mögöttem um, jött. Nem szembe, Igen? Mögötted jött. Um, Nyilván én így úgy álltam ehhez hozzá, tudod, nem tudtam nagyon róla semmit, csak láttam, hogy egy pár napig ez pörgött a twitch -en. Azt hittem, hogy ez is tudod ugyan a Rage Game, mint amilyet ezerszer láttunk, hogy így jó kibaszik veled a játék, és akkor azon... Nekem az azért jutott eszembe, tudod, a, a fazékba Az, igen, nekem is. De hát az is egy Rage Game volt, ugye? Mm. Benőtt Fodi próbálta főmászt, ezt jó balfasz volt, azt visszaest az elejére, én is abba gondolkodtam. Um, Nyilván benne van ez a rage game faktor, hogyha elrontod, akkor ideges vagy. De hogy egyébként így a játék eleje, uh -huh. amit játszottam vele, az így nem arról szólt, hogy így nagyon köcsög lenne veled a játék, hanem egy ilyen átlagos 3D-s platformer volt ahol, jó, nyilván Jani tehetségesen belekattintott az a legparább részében most például a dolog. Azért így, nekem most így, na érted, azért átadja a magasságérzést a játék. Nyilván, tehát hogy ad egy tök jó hangulatot, de összességében egyébként nem vagyok egy túlzottan pozitív véleményel a játékról, így egy nagyon basic 3D-s platformer, de amúgy És jó, egyébként... ez a része, el megfogja a peremet? Jó az animáció? Legalább, nem. Legalább, nem, az én is a, látom. A, 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 amúgy nem. Tehát, tehát így... az irányítás ilyen csicska? Hát eléggé. Na, az De van rajtam. sétálás, meg sprint, meg valasítás, tehát hogy amúgy például arra tök jó, hogy például kontinális láttam, hogy nyomod belőle speedrunokat. Arra persze, jó, műfaj. Mert arra, arra kurvára így fun content ez a játék. De az más műfaj, igen. Úgyhogy arra tök jó. Um, egyébként van egy ilyen sztoria, tehát hogy van egy ilyen mondanivaló, amit így mesél a játék így főhősről, és akkor így egyébként így, ha jól értettem, így az alapján van így összerakva a pálya, mert hogy van itt ilyen vonatos rész, utána meg egy ilyen városos rész, tehát hogy minthogyha ilyen emlékek lennének valakinek az életéből, hogy mondok valamit, mert már nem emlékszem rá, mert kb. négy hete volt pont ez a stream, a, a gyerek arról mesél, hogy a faterja... A vonatgyárba dolgozott, és akkor azért mész ilyen vonatos. Sinek meg az ilyeneken. a város elkerítve? Ne kérdezz Mi a játék meg bassz meg. De hogy tapadtak a levegőbe a hordók? Ja, sehogy, fizika nincs. De a hogy azért álom, vagy valami. Hát igen, ilyen, kicsit olyan ilyen olyan álom, ilyen visszaemlékezés, és akkor így eljutsz helyekre, amik így a mesélő életében ilyen fontos dolgok. De hogy ilyen deep dolgok is voltak benne, hogy egy ponton ilyen családon belüli előszakról kezdett el mesélni a karakter, meg ilyenek. Szóval úgy van mögött egy sztori, uh -huh. így, a, így a, játékban. Uh, meg és nyilván lent a szlámból indulsz, tehát de... hogy próbáltam én így úgy értelmezni, hogy lenne a szegénységből indulsz, és akkor mész fölfelé, vagy a fene tudja. Um... Um, keresztkérdés kérdés, több út van. Tehát nem egy, nem egy irány van, ahogy megközelítheted, Tehát vannak gyorsabb megoldások, meg lassabbak? Um, hát, tulajdonképpen úgy van, hogy vannak helyek meg, igen? <laughs> itt, amikor nem veszi be az inputot. És itt miért nem szakadt, nem bocsánat? <laughs> igen? Nem, mert nincs ilyen. Kár. Um, szóval, hogy igen, tehát van egy részt, uh, egy kielölt, szerintem a készítők által eltervezett gyorsút, amit a speedrunnerek használnak, amikor így-ott így elmész hátra, és ott van egy ágy, amire ha ráugrasz, akkor fölvíz ilyen titkos út, de hogy például itt is lehet több fele menni, tehát itt ezen a csövön elmehettem volna balra, és itt is mehetnék egyenesen is. Tehát, hogy egyébként vannak így beépítve is opciók. Azok kérdeztem, hogy akkor nem az van, hogy tényleg egy út van és De egyébként összefutnak, tehát, hogy ezek ilyen szakaszok szétválnak, és utána egy helyen találkozol, és akkor mész a következő szekcióra. Billy. És amúgy kreatív, meg értem, de hogy amúgy így... mi? Tehát, hogy ez a, ez a tipikus így Youtube játék. Na ez pont ez az, amit megnézni vicces, megnézed, ahogy a Markiplier üvöltözik. Igen, öltözni. ahogy három órás szenvedésből csinál 10 percet, Igen. ahogy csináltuk mi is régen, Igen. azok működnek, az arra így, arra így jó ez a game. Az egy drón? Igen. És akkor erre is itt föl lehet szállni, és akkor elindul valahova, oh! és akkor fogalmat sincs, hogy hova, és akkor... De érdekes, ez érdekes. Aha. De hogy, egyéb, de hogy nyilván, hogyha megnézed a speedrunneröket, így kurva vicces, meg nagyon menő dolgokat csinálnak a játék fizikájával, hogy így hogy tudnak pattogni, de hogy én meg itt úgy voltam, hogy hova menjek, tehát... Igen, de mondom, a speedrun az abból a szempontból Uíííí. nagyon más, hogy ugye az ott, ott, ott a speedrunnerek még a rossz irányítást is elsajátítják olyan master szintre, amit élvezett nézni. Ja, hát hogyne, persze. De hogy igen, pontosan ez, amit a... A, a cseten... Úgy, még közé is esélye be, bazd meg, ha nem ja, mert Meg van csinálva, amúgy, hogy bizonyos helyeken azt hiszed, hogy le tudsz odaesni, de amúgy nem. Tehát azt hiszed, hogy ott textúra van, és tovább tudsz menni, de nem, mert ott van egy láthatatlan fal, és nem tudsz odaugrani, tehát meg van csinálva pár helyen. Bazd meg Itt messze. azt hittem, hogy vége az életemnek. De most de... visszajöttél a legelejére, le tudtál Igen, hogy? mert direkt úgy van megcsinálva, hogy oda tudjál gyakorlatilag csak esni. Értelme. De, van egy lift a játékban. Ó. Oh. De ami nagyon érdekes, és kicsit is, kicsit Jól most a fészkemen, hogy most nem tudsz még a liftről. Igen, azt okay, hiszem. Az... Okay. Ja, itt elindul egy zene, amikor leesel, arra táncolgattam, okay. hogy tudod, ez a tipikus, mint a fodi Fodiba, amikor elkezd neked beszélni, amikor visszaesel. Így... Itt így elindul egy kellemes, nyugtató zene, amikor leesel. Remek. Um... Jó is, hogy én már nem nem ilyet, ugye? Igen. De hogy itt... Szóval van lift, ami így kicsit tudod, így örültem is neki, hogy oké, okay, vissza tudok menni, folytatni oda, ahol abbahagytam. Uh -huh. De úgy kicsit meg úgy fura is volt, hogy így... Hogy így elveszi az élet? Aha! Hogy így innentől kezdve így mi nixguljunk, hogyha vissza tudok menni a lifttel, ugyanoda, ahonnan leestem. Uh -huh. Itt van. Elővétel. Ez a lift. <laughs> És akkor így ezzel vissza lehet menni. És addig vissza, ahol jártál? ez még följebb is visz igazából, hogyha jól értettem. Tehát, hogy ez fölvisz egy szintig, nem a játék legvégére, de azt hiszem a játék feléig. De hogy én így úgy csináltam, mert kíváncsi voltam a pályára, hogy ahol meghaltam, vagy ahonnan leestem, ott szálltam ez le. Egy kicsit igen elveszi az élét ez a dolog, hogy, 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 ja, így nincs, nincs akkor a tét. Igen, 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 igen. De Jogos. Hogy... Szóval na, értem a koncepciót, jó, vannak benne vicces, izgalmas, mindfuck dolgok, de hogy alapvetően egy középszar platformer játék. Ha esetleg valaki nagyon belemászott és megvette a gémet, teljes melszélességgel mondja el, hogy mi nincs igazam. Én így három óra alatt ennyit Most hogy áll ki a játék, amúgy? Ö, visszakerült már Steamre? Nem tudom most mi a helyzet vele. Uh -huh. Hogy Mert azt tudom, hogy ilyen, én Steamen. ilyen, ilyen, eszetlopkodás Igen, ez én, én, ott vett, én ott vettem meg Steamen, de mondom, ez négy hete volt, igen, ez a, ez a, nyilván 267 ezer megtekintés, ez uh -huh. videójáték. Megy, oké. Okay. Megy. Igen, megvásárolható, akkor csak egy ideig vették le. Aksa. Volt o egy ilyen rész. Egy napra került le, azt mondja Ian e Hunter. Köszi az infót, Á, Nekem csak én. annyi volt, meg eszembe jutott, hogy ne mesélt róla, hogy volt vele valamilyen ilyen gebasz. Lehet, hogy pont te osztottad meg ilyen úgy a uh, Twitteren. Úgyhogy ja, mondom, zára, záró mondat, ez az a játék, amit én így megvételre nem tudnék ajánlani igazából senkinek, de hogy amúgy rohadt jó kontentek vannak belőle a neten, hogyha így valakit érdekel. Mm. Atom. Olyan dolgokból, amik így régebbiek, és ugye most, most bizonyos okokból belefutottam. Nyilván most a cyberpunkról neked nem fog beszélni, meg én speciál nem fogok beszélni a Final Fantasy-ről, mert nincs mit mondják neked, nyilvánvalóan. Hát én még azért majd behozom. Tudom, tudom, csak azt mondom, hogy én nem tudok persze, hozzátenni, persze. de a mortárról akarok beszélni, a Mortal Kombat 11-et. Ugye, ugye egész nyáron abban voltam, hogy ugye a, a reboot-tól kezdve játszunk ezekkel a játékokkal. Úgyhogy most a, a múlt hét folyamán végigjátszottuk a Mortal Kombat 11-et, és most a héten hétfőn az Aftermath DLC-t. Na most több, több dolog is feljött ezekkel a játékokkal kapcsolatban. Nyilvánvalóan most az arra nem kell kitérjek, hogy mint casual player, tehát én ezt elmondtam, hogy én nem vagyok jó verekedős játékokban, emiatt médiumon játszok, és betettük azt a kis, kis flippet az egészbe, hogy nem nézhetek moves listet. Aha. Tehát, hogy, tehát gyakorlatilag minden karakter, amikor elkezdek rájönni, hogy mi a helyzet, akkor már játszol a következővel. Ah. Úgyhogy ez a két kis uh, csavar volt. Ez a, így a a vicces. A, 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 a végigjátszásokban, és így fogom játszani az újat is, hogy legyen meg benne egy ilyen kis uh, vicc. Hát, de, de akkor felfedezni egy új módot, az azért basszó. Az basszó, igen. Mondom, a, a, én a kompetitív része a, a felekedős játékoknak, nekem, mint Spectator megvan. Uh -huh. Tehát én nézek kompetitív uh, fighting game-et, mert nagyon szeretem. Szóval arról, tudok beszélni, de nyilván most ez nem az a része, csak a sztori végigjátszás. Hát én, én, én tartom azt, főleg a nagy franchise-oknál, de most kifejezetten beszélünk a Mortal Kombat-nél. Szerintem ez a legjobb Mortal Kombat, ami valaha készült. Ö, egész egyszerűen minden tekintetben ez a, ez a legkomolyabb. Megjelenésben is, mindenben. Nyilván a kompetitív playerek egy másik szemszögből nézik ezt a játékot, ez természetes, de nekem nem ez a játék... jó a kompetitív. De, amúgy jó volt, csak ugye, hogy is mondjam, sokrétűbbnek látják ugye a kompeti... Tehát a, a többi, tehát a konkurens játékokat. Aha. A ja, úgy értve, része. hogy aha, értem, értem, értem. De nem tudom, nekem ez a játékrendszer nagyon tetszett, hogy szét lett bontva az attack meg a defense, uh -huh tudod így az enhanced verzióban. Talán én is azt gondolom, amit a nézők, hogy kár, hogy az az X-Ray Move az nem volt igazi X-Ray Move ebben, csak nagy dádá. De nyilvánvalóan egy story gameplay-nél én nem erről fogok beszélni, hanem a storyról, és talán azt gondolom, hogy a Mortal Kombat itt teljesedett ki. Uh -huh. És itt lett komoly a story. Ugye itt a, a 9-től kezdve ide futunk ki, Ebben a Mortal Kombat játékba, ami egészen elképesztő. És tényleg, tehát a, a sztori story a végére, a 11-nek a storia, aki játszott vele, nyilvánvalóan azt tudja, vagy megnézte a végijátszást, az valami olyan szinten elképesztő, hogy itt a nézők totál ki voltak akadva, én nagyon megjegye, meg, is lepődtem, hogy ilyen kevesen látták a sztorinak a végét, mert uh -huh. epic a történet, Epik yeah, epic, meg olyan megvalósítások vannak benne, plusz a 11-ben kifejezetten az átvezetőkben a koreográfia, hogy meg csinálva ahogy bunyóznak, az valami iszonyat zsír. Meg van benne egy-két olyan jelenet, hogy összeszarod magad egyébként, de tényleg. Meg egy-két olyan reveal, ami ilyen nagyon nagy szám. És ugye nyilvánvalóan azért csináltuk ezt a végigjátszást, mert ugye a 11 futott bele abba, és akkor most zárójában megjegyzem azt, amit a stream végén is elmondtam, hogy már csak elég tételből is végig akartam játszani a Mortal Kombat játékokat, mert ugye jó páran úgy reagáltak a Mortal Kombat egyre, hogy de ők hogy nem értették, hogy, hogy vagy... nagyon szeretik a Mortal Kombat-et, de egyszerűen nem tudják feldolgozni, hogy mi értelme van annak, hogy reboot lett a játék. Ja, ja, Na most, ja. aki játszott a Mortal 11-el, az tudja, hogy nem lehetett más, mert ennek a játéknak úgy van vége, hogy rebootolják a franchise-t. Úgyhogy nyilván ők nem játszottak a játékkal, de ettől függetlenül mondom, nagyon-nagyon jól alakult a story plusz a DLC ugye még csavart rajta egyet, egy viszonylag hosszú DLC volt, amiben Shang Tsung, Nightwolf és Fujin kapta a főszerepet, ugye őket tudtuk irányítani benne, de tényleg a karakterdizájnok, a grafika, a kivégzések, amit ugye a story módban nem láttunk, de minden állati király, ilyen abszolút idő megbaszós történetszál nagyon jók a karakterek, ö, mondom, iszonyat szerintem a voice acting, meg minden, ahogy el lehet képzelni, és volt egy-két nagyon bátor változtatás, ami a sztoriba nem jön ki annyira, amit, amit inkább a multiplayerbe amit eszközöltek rajta a fejlesztők, kifejezetten itt a kollektor és a sok keze, ami miatt nagyon sok mindent kellett változtatni ah. a játéknak, az enzsinyér meg hogy a kivégzések hogy vannak stb. Illetve Geras, akinek ugye ez az idő-visszatekerős képessége van, ami egy teljesen plusz layer lett a, a Mortal kombat és ugye most az egyben is benne van már komfort. Ah. Um, annyit, annyit mondanék így a Mortáról, hogy így, hogy most játszottam a 11-et, így elképesztő nézni az új trélereket. Tehát, hogy még ennél is durvább assza meg, igen. Ah. Um, elképesztően jó lesz az MK1, meg mondom, tehát eddig ahány ilyen három perces kiadtak az MK1-ből, én ordítottam. Tehát megnéztük együtt a nézőkkel őket, mert egyszerűen annyira kurva jó. Ja, most hogy befejeztétek, most megnéztétek I, az összes Pff, tehát valami iszonyat durva. De ja, szóval fighting game ide vagy oda, a story módot én ajánlom, és ahogy nagyon sokan megjegyezték a chatből is, tehát a story módban több a story, mint a fighting. Ja, hát nyilván. Elég így, hosszú, a, hosszú, átvezetők, elég hosszú vannak. átvezetők vannak, de élvezet nézni őket, mert tényleg nagyon nagy lett a story, Ezzel, hogy összegyúrták a timeline-t, és ugye megkaptad a fiatalabb verzióját a karaktereknek, és azt a dinamikát, hogy ugye a story alatt, ha megalik a fiatalabb verziót, akkor meghal az idősebbik is, tehát teljesen kell gondolkozzanak. Elképesztő dolgok születtek. Um szerintem tök jó egyébként, hogy most így, a, így, így összeraktad az egész timeline-t ezáltal. Igen, hogy és tökre érthető. Igen, igen. Egyben, mert most így tökre érthető lesz mindenkinek, aki szeretné fölvenni a fonalat a, a az új gém. És az új, és az új playereknek is, mert őket meg nem izgatja, mi történt. Hát, mondjuk végül is tulajdonképpen igen. Igen. De hogy alapvetően azért um, én is én nem vagyok nagy híve a, a verekedős játékoknak, tehát, hogy én a, a mortában szerintem több lore videót néztem meg az évek alatt, mint amennyit játszottam Aha. a videójátékokkal, de azt nagyon-nagyon szeretem, mert tényleg tele van ikonikus karakterekkel, akik nyilván egyébként a gameplay miatt nőtték ki magukat ikonikus karakterré, de hogy itt azért már az utolsó hét játékban. Beérett, igen. És lett azért úgy személyiségük, vagy szerepük a sztoriban. És ami... van, és amit mondok, hogy beért a sztori, és látod azt, hogy igen, ráépítettek a gúfokra, meg mindenre, igen. és ugye mindenkinek megvan a jelentősége azzal kapcsolatban, hogy miért van ott, mi történt vele, mi a helyzet, és ugye itt, ugye ennek a játéknak a vége az, amikor megszületik úgymond FireGuard Lucanga, aki ugye az új játékban is benne van, és ugye itt már az a, de ugye mindenkinek, tehát ugyanazok a karakterek vannak a martákában, egybe az újba, csak Hát másképp. M másképpen, és az a dinamika már itt megtörténik ennek a játéknak a végén, hogy ugye úgymond Raiden és Luke Kang helyet cserél, Aha. tehát Raiden emberként megy, és Luke Kang a Protector of Earth nem, Igen. nem pedig ő. Szóval nagyon érdekes a sztori, így, így akár mesélve is. Meg így kíváncsi leszek, hogy, hogy nyilván mennyire ülnek föl rohadtul erre, hogy most akkor már az egynek is a, a sztoria az oda lesz pakolva rendesen, nyilván valószínűleg folytatják ezt a, ezt a vonalat. Uh -huh és már csak a story miatt is baszó lesz végig játszani. Abszolút, abszolút. -e. És itt hagyj egy ezzel megzárójába, bár túl sokat pofáztam erről a streamben is, de ö, nyilván soha nem mondunk olyat, hogy a legjobb, ö, kivéve azt, hogy ez a legjobb Mortal Kombat játék, de az egyik legdurvább videojáték launch trailer ever a Mortal Kombat 11 -i ugye, ha nem emlékszel nem a Lounge a régi zene van benne. Ja. Tehát komolyan, tehát azt a trélert, hogyha valaki megnézi, és nem támad fel minden benne, és úgy össze van vágva, az meg, és annyira kibaszott jó, hogy tényleg az embert, áh, nem tudom, mondom, fájt a bőröm, mikor ezt először jó, láttam. ez csalás. Ez csalás. Figyelj, ott volt náluk, Nyilván. Én nem tudom, hányszor szóval láttam azt a trélert, de már csak azért is úgy voltam vele, hogy igen, 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 és ez egy nagyszerű szerű és ugye nagyon sok jó extra karakter lett benne, mert ebbe is azért nagyon sok extra karakter volt. Ugye? Hát Jézusom már annyi van. Így van. Is nehéz számon tartani. Így van. Úgyhogy, úgyhogy na, én nagyon örültem neki, hogy így a DLC-vel együtt végigvittük, mm. vittük, és akkor így most már tudjuk, hogy hogy állunk, és így tudjuk várni az MK1-et. Egy időbe beosztottad, faszám. Igen. No, um... Jani, éppen nagyon benne vagy valamiben, nem tudom, hogy a részvények jól állnak, vagy, vagy ráérsz egy kicsit. Jó, én nagyon hallanék erről a viewfinderről egy kicsit, hogyha így átpasszolhatom neked a labdát. Benyomom a Fö mikrofont. Fölvegyelek telefonnal? Vagy... Nem Lenne, kell. Jó vagyok így. És így bemutatom a, a, a kamera képét így telefonon oda. De simán, figyelj, én megmondom nektek őszintén, hogy most nekem ez a viewfinder, ez... Hát az idei évben nekem ez a játék tetszik a legjobban. Tehát most jelenleg úgy vagyok vele. Egy borzasztó, kreatív, nagyon különleges játékról van szó. Ha nem látjátok, Janit, ott van. Ott vagyok. Ott van, ott, 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 van. ott beszélt. Akkor beszélt Akkor amíg beszélj. Akkor beszélj csak, amíg minkan mozog minkan a mozog a szár. Igen, jajó, várjál. <laughs> Na most szóval arról szó, szóval, hogy itt. itt inden... <laughs> szóval öm, ez egy olyan játék, ami kifejezetten. Egy ilyen programozó flexelés. Szerintem most őszintén ezt tudnám mondani. Arról szól az egész, hogy puzzlök vannak, mindegyik, vannak ilyen nagyobb pálya része, ilyen hábok -ok, és mindegyik pálya része, mondjuk van 10, 12 vagy 17 pálya. Aha. És akkor vannak ilyen normál pályák, és vannak opcionális pályák. És ugye vannak ezek a képek, és hogyha a képet így lerakod a, a mapra magad elé, akkor ott gyakorlatilag, amit látsz a képen, perspektívában ah. perspektívában meg is jelenik. Mindjárt megnyomom a gombot, ez az és akkor Bahol. ott marad. Nagy <laughs> fasz, mi? És így kell gyakorlatilag puzzle megoldani. De várjál már, tekerd már vissza egy picit várjál. erre a pillanatra, amikor átvált képből is évé. Látod, ennyi. Visszatekerem. Megnyomom. Puty! És ott lesz. Nem, mert azt néztem, hogy pontosan ugyanott marad e Égen. De ott marad. De, de, rossz, de nem rosszul nem teszébe, illeszted akkor egy Akkor el, van, el van cseszve. De akkor egész. is úgy rakja oda. Úgy rakja oda, de igen. Jó. Jó. Igen. igen. De, mert arra gondolod, hogy a helyére. Igen, azt vártam, hogy van-e valami. Ha ferdén, akkor le ferde lesz. Aha. Tehát, hogy ezt ez direkt kitalálták. Ez rohadt jó. És ezt nagyon ajánlom neked is, amúgy Nessai, tényleg, hogy bidd mert akkor olyan a játék, hogy alig tudod lerakni, mert egy ilyen nagyon furcsa, ilyen, nem is tudom, egy ilyen dopamin sokkot kap az agyad, ahogy megoldod ezeket, ja, hogy tudod, sikerül. Meg, ahol, hogy Aha. sikerül, basszus, hogy ez nem is szemben, ez is összejött. És az a jó a játék, hogy az elején elkezdődnek ezek a fotókkal, és ahogy haladsz a játékkal, kapsz egy fényképezőgépet például. Uh -huh. Na és akkor a fényképezőgéppel ugye neked kell kitalálni azt, hogy na most mit fotózzak le ahhoz, hogy eljussak ja, ámból a hát fotót. látod ott a fényképezőgép, és akkor öt képet tudsz csinálni mondjuk a mapon. És akkor ezt kell kitaláld, hogy, hogy ez hogy csinál. Aztán később bejön egy olyan pálya, ahol mondjuk bizonyos pálya részeket, tehát itt úgy van, hogyha mondjuk lefotóznám az eget, Aha. és ezt most ide beraknád mondjuk a polc helyére, ahogy ott látod, hmm. ott üresség lesz. Tehát Igen? ki tudod törölni a pályát. Jézusom! Teljesen. És bejön egy olyan mondjuk később, hogy nem tudod kitörölni. De bármit ki tudsz törölni például. Bármit. Meg is tudsz felezni. Meg ilyen... Azért technológiai szempontból az elég érdekes I És az dolog, Hogy, hogy térben... hol vágod el a textúrákat Meg ezeket a dolgokat, és... hogy oldod meg És az a komoly, hogy térben törlöd ki Tehát, hogy teljesen ja. Így például ki lehet törölni ilyen kerítéseket is Látod, na meg van benne egy ilyen rész Tehát itt az a lényeg, hogy látod Például lefotóztam ezt a ezt az aksit, Aha. és akkor így, így lehet mondjuk az aksikat így többszörösíteni, és akkor vannak olyan ja. teleporterek, ahol ez kell mondjuk három aksi, Aha. de csak egy van a pályán, és akkor tudod úgy kell fotózni, hogy jól legyen. És látod, ezzel például a kerítést ki fogom törölni, látod? Így eltűnt, és most el is basztam, amúgy nem tudok átmenni rajta, Jezus mert rosszul raktam le, mert rossz volt a perspektíva. És akkor úgy kell, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen kétszer, ezt is elrontottam. <laughs> Tehát itt 200 ikuba kell végig megoldani a puzzle -öken. Ez baromi érdekes, hogy el tudod vágni pixelenként, a... már mint hogy technológiai Igen, szempontból meg hogy, 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 úgy, hogy, úgy, hogy úgy alakul, ahogy nézel. Tehát látod, itt is a perspektívája az volt, hogy úgy láttad, hogy egyenesen el a kerítés, de amúgy nem, mert ez nem. Egy igen. Aha. Nem tudom, hogy megtalálom azt a pályát, mert van egy nagyon érdekes... Ja, itt, itt talán ez lesz az a pálya, ahol itt látod azt, hogy mennyire térben kell gondolkozni. Szóval így vannak ilyenek, hogy ilyen dupla folyosó, és akkor látod, lerakod, és ugye hát ekkora dolgok történnek, és ott van azon az asztalon egy kép, amit fel kell vegyél. És akkor azt kell, hogy kapsz még egyet, és akkor lerakod, és aztán rájössz arra, hogy mi a jó Isten történik itt egész pontosan, ez egy labirintus, amit leraksz. Ha. És akkor így kell eljutni A-ból B-be, és mondom, nagyon Hú, ez elég nagy baszó. Na, nagyon nagy baszó, és akkor mondom, kapsz a az fényképezőgépet, aztán, aztán már bejön a legvégén a játéknak, az már most nem, nem keresem ki, hopp, hopp. hogy le tudod fotózni saját magad? És ha lefotózod magad, azzal tudsz teleportálni A-ból B-be. Ja, hogy átrakod magadat a fotóba. Át tudod rakni Jézusom. magadat, konkrétan. Úgyhogy... Bárját, csak meg, De meg nagyon te. érdekes, nagyon, nagyon érdekes, nagyon kreatív, és mondom, azt tetszett a legjobban benne, hogy ezek kell, mert vannak azért ilyen hasonló játékok, és ezekkel a játékokkal általában az a gondolat, hogy egy repetatív lesz egy idő után. Aha, igen, igen, igen. Ez egyáltalán nem, mert folyamatosan kapsz valami új elemet, uh -huh. am amit kell csinálni. Milyen szerint. öt óra hosszabb volt, Jani? Hát nagyjából egy nekem annyi volt, ugye négy, Aha, szerintem. Uh -huh. Jó, hát az én agyammal az lesz, az nyóci is. nem. amúgy nem... Amúgy szerintem nem, annyira nem Még Gondolom, ésszes. így Na elkezdesz van... ráérezni hát, egy idő után. Lefényképezte magát? Lefokoztam magam, ott van a kép, Aha. és akkor így lett. E... <laughs> <laughs> és akkor <laughs> így visszateleportálsz, látod? Aha. A képpel, és akkor messzebb kellett menni, hogy felteleportálj oda. Látod, hogy, mert a távolságot ha. be kell Ha rosszul fotózod le magad, akkor nem olyan messzi, messze vagy. Persze, szóval így 200 iq van. Tudod hát Melyik játék jutott Nagyon be erről, ilyen perspektíva puzzle volt, de ehhez képest kutyafasza. Melyik volt az a game? Az a hmm. Vis... nem viszper. Mi volt, valami duplavés volt az? Nem, minden eszembe. Csett mindjárt segít. Mindjárt meg tudod, mondjam. ott ilyen vonalak... Tudod, igen, ott... igen, A hát, szuperliminál, Nem, 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 nem. Ez egy nagyon, 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 nagyon hype nem játék az... volt. Iszonyú sokan játszottak ja, vele. a fitnessre gondolsz? A az, a fitness, az. A az jutott eszembe, de... Az, az, nem, nem annyira ilyen. perspektívikus, az inkább ilyen puzzle game volt. Hát, mert lehet, hogy volt abban is. Nem a feelingre jutott eszembe, de mondom, ehhez képest az, az, nem. az lófazi komplexitásban. És mondom, Pedig az, az is jó volt. Nagyon király, hogy a végén bejön ilyen, hogyha fotózol egyet, akkor azzal el is tünteted a dolgokat, és akkor azzal már nem tud számolni a későbbiekben. Szóval hogy vannak benne ilyen érdekességek. És mondom, a végén pedig az Ultimate Challenge, az, az, az hihetetlen, hogy minden, amit tanultál, ezt fel kell használni, és 5 percet van megoldani az utolsó pályát. Ja, a végén időre és megy. 12 challenge van 5 perc alatt. Érted, ha. és időre kell, és speedrun-ra az így kell tök az egész... jó, hogy így össze kell raknod a végére ja, magad, ja, és ja, egy ja. ilyen boss fight lesz a igen, játéknak igen, a vége. Igen. Meg ugye ezzel is számolhatsz, amit itt láttál, hogy ha például fejjel lefelé laksz le valamit, akkor leesik. Mert ugye van gravitáció, és akkor így ezzel is kell hogy. Szóval nagyon, nagyon kreatív játék. Nekem így mostanában ezt teszett a legjobban. Állatia, állati amúgy. Tényleg állati. Elég zseni. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlottam is, hogy nyugodtan ezt meg is vehetitek. És de ez... Mi ez? Uf, azt hiszem 30 euró, de ilyenek is vannak benne, hogy így hirtelen ott egy híd. <laughs> Tehát, hogy amúgy nem látszik, de hogy közel mész, és így... <laughs> a kurva Mekkora genyóság, az. Az. és nézd, nézd tovább, és akkor, ja igen, mert az egy fal volt. Na mindegy, szóval elbaszott cucc. Elbaszot, cuc. 25 euró. Azt írják Aha. a srácok. Már is nézem. A? Annyi, ugye? Aha, ja, 25 jaj, euró. 25 euró a game. Én nagyon ajánlom egy, egy olyan jó két-három órás. Annyit még mondhatok ezzel kapcsolatban, hogy van Mondjuk. letölthető demója. Na, van. Van. Aha. Igen, ja, tényleg, hogyha meg nézni, van. Van, van letölthető demó benne. Itt van hmm. tényleg. Van demó, 25 euró. Az nem tudom, hogy az milyen hosszú, de van demó hozzá. Én őszintén mindenkinek ajánlom. Nagyon jó kis agytorna. Az és ezt mert jó nagyon néz ki. de egyébként nem hogy az elején egy kicsit szenvedős, de így bevezet, és akkor így megtanulod, akkor onnantól az 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 nagyon egyszerű, meg nagyon... Aha. Nem, az, az, az tényleg nagyon hát szépen egyszerű. Megtanítja. Szépen felvezeti aha. a gémet, aha. Tök jó. Úgyhogy nagyon tett. És egyébként nem mellesleg, bár mondom a végén már kicsit zavaró volt, elég király storia van. Jaha. Tehát van sztoria. Tehát, hogy nem csak a puzzle épül a játék, hanem ennek egész, egész komoly mondani valója van. Úgyhogy hmm. Királygém. Nagyon ajánlom mindenkinek. Tök jó nagyon-nagyon-nagyon iszonyat ötletes. Volt, voltam úgy amúgy ilyen, 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 perspektívás rész, most hirtelen eszembe jutott még csak az mobil game volt. Emlékszel, hogy volt abból is az a... Hát két része van, amikor úgy kellett forgatni tudod a tárgyakat, hogy, á, hogy át tudjon menni az ember, de az ilyen nagy sokkal, sokkal egyszerűbb volt, tudod, mert az mm, ilyen basszus, külső nézetes volt, nem jut eszembe. Mm, nem tudom. Tudod, tudod nem ilyen lépcsők az. meg minden volt, ah. és tudod így lehetett forgatni, és mi volt annak a címe? Az a Monument Valley. A... Monument az... Valley az? Ba az ba Lehet, a valley? hogy a, arra gondolok szerintem, monument igen. Valley. Aha, igen, igen. igen Csak igen, igen, ugye igen. az egy másik perspektíva, tehát az igen. nem FPS volt, szerintem a Monument valley gondolok. Úgyhogy én nem is láttam hasonló játékot még. Mondom, ez meg hogy a, tudod, a képekkel befolyásolod a, a teret, az valami brutális. Ez hát igen, azért ezt de nehéz így megoldani Azaz. technológiailag, hogy ez igen. működjön, és így, így tényleg minden összejön, de nagyon kíváncsi vagyok, meg fogom nézni hogy gyakorlatban, hogy működik, de, ahogy hogy, meg, ne száj, hogy ne legyen én egy káosz ajánlom. belőle. Ha meg hogyha nem is olyan hosszú, szerintem simán találsz. Izginek. Egy, egy nagy, hát hogyha, ha ügyes törénk. vagy ez egy nagyon, vagy egy hosszabb stream, és ah, annyi amúgy. Hát azért annyira nem, de <gül> <gül> nem sietünk sehova, Nem csak azért, hogy ha, én úgy fogom játszani a játékok, mert tudod, hogy a nézőknek hagyok időt gondolkodni, <laughs> jó, tehát hogy én meg tudnám csinálni gyorsan, csak amúgy, úgy. Amúgy hidd el nekem, hogy, hogy nagyon <laughs> hamar ráérzel. Hát majd meglátjuk, <laughs> meglátjuk. jó. De mindenképp elteszem a, felírtam a listára, mert, mert tényleg és ötletes, bírom a, Vírom az ilyen kreatív megoldásokat. Ne száj, még most te jössz egy gémám. Ha még, még jöjjek egy ilyen, még nem akarok a Final Fantasy-be belevágni. lehet jobb lenne. Jó van, akkor belevágok neked, akkor gyorsan ledarálom neked csak, a... Csak röviden ne jó? A lényeget Léci, a... most ne, ne, most, te most küldjünk el mindenkit, kérlek. Figyelj. <laughs> még maradjatok ébren. Kérlek, um, ne, 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 dating szimulátorral majd ébredtek, igen? Igen, már mindjárt, jön a dating szimulátor. akkor tudod, hogy jó helyen járunk, amikor a cseten nem az... az első 15 streamből válasz, jó? De ezt mondom, melyik legyen. Úgy, mint ahogy 8. 6 órás. Az a befejező stream már a 6 óra. Azt még szerintem nem látta Pisti a 9. részt. Nem? Hát, a körül jár. Jó ez, jó ez. Jó, jó, mindegy, nem tudom. Ezt majd te szól neki, én nem tudom, hogy... Oké, okay. igen. Én, én lehet, hogy előrébb mennék, mert még nagyon sok van onnan, ahol azt hiszem, hogy nagyjából tartasz. Hát inkább tartottam. a felénél járhatok. Még talán ott nem. De ahogy érzitek. Ahogy érzitek. Na, um, így az van, hogy nyilván én befejeztem a, a Final Fantasy uh, 16-ot, és így nyilván össze... és meg már le is ülepedett azóta így a, uh -huh. így a dolog. Az van, hogy... Uh, ez a játék számomra, ez. Ez olyan magasságokat az és ezt talán beszéltük is már, nem tudom, hogy így én említettük a, a Final a, fantasy -t. a, meg a fantasy -t. is beszéltünk, meg mindenről, igen. Az van, hogy ez a játék, amikor jó, akkor annyira jó, hogy az fölülírja azokat a részeket, amik egyértelműen objektívan nem jók. Ogyan. Tehát nagyon furcsa van struktúrálva a játék, mert olyan fontos dolgok vannak mellékküldetésekben, ezt így hozzáteszem azoknak, akik esetleg velem követték a végigjátszást, hogy azóta én még játszottam vele, és pótolgatom a mellékküldetéseket. De hogy olyan fontos dolgok vannak mellé küldetésekbe rejtve, meg olyan fontos és jó küldetések, amik sokkal jobbak, mint két fontos sztoripont között a borzasztóan unalmas párbeszédes mellékküldetések, amikből nagyon sok olyan van, ami egyébként a sztori szempontjából lényegtelen. A vége felé talán egyre több. Tehát, hogy a játék az egyértelműen úgy működik, hogy vannak a csúcspontok, és között egy ilyen standard állandóba így el lavírozol, amikor Igen. a játék egy kis hátteret tud adni, és az igazság, hogy ahogy haladsz előre a játékban, ezek a csúcspontok közötti állandók, ezek egyre unalmasabbak, mert az elején még új a világ, egyre kevesebbet tudsz, utána viszont már ráérzel erre a ritmusra, és tudod, hogy most egy, egy lassabb rész jön a játékban. De egyszerűen annyira visz előre a sztori, és annyira jók a karakterek, és annyira jók a boszfájatok -ok ebben a játékban, hogy csak pozitívat tudok mondani nem jutottál el odáig van egy rész ebben a játékban amikor én azt mondtam hogy ez nekem a top 5 gaming momentumba amit valaha videójátékban megtapasztaltam benne van annyira kibaszott epikus volt Csak hogy gyakorlatilag hogy... nem tudtam már hova üvöltözni a képernyővel neked a második uh, mother krista amire a ami a szigeten van? A szigeten van, Aha, ahol a, ott igen, ahol ott a jány. Aha, igen, csejt, igen, 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 És akkor ott valami nagy nagy, 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 lángoló genyó van. Ja, ja, ja. Igen, azt igen, csináltam igen. most meg. Aha. Csak én megcsináltam eddig minden mellékküldetést. Igen, azt tudom, hogy te mellékküldetés eztél bőven. Volt köztük egy-kettő olyan, ami így a világot bővítette, Aha. meg azt, hogy mi hogy van, meg egy csomó olyan, ami, tehát ami olyan volt, hogy... MMO-s. Még annál is sokkal rosszabb. Tehát hogy ezt miért kell csinálni, ezt nem tudom. Igen, á, nyilván látszik, hogy a Final Fantasy 14 csapata dolgozott ezen a játékon egyébként, tehát hogy tényleg vannak benne rossz, unalmas és lapos részek. Beszéltünk róla, hogy RPG-ként ez a játék nem állja meg a nem. helyét, nem jó. Um, nyilván voltak ilyen vigasztaló részek, én például összegyűjtöttem a végén, tudod, van már ilyen ultimate card, meg ultimate felszerelés, Jaj. azt így tök jó volt kiszedni, mert kellett hozzá opcionális bosszokat, hántokat csinálni. Azokat hogy így is a... mindig, ameddig, amíg engedte, a... tudod. Vagy így meglegyen a baszó felszerelés, tehát a kicsit, kicsit volt benne a végén ez a picit gyűjtögetős téma, de alapvetően RPG-ként gameplay szinten nem működik jól a játék, sztoriként, mint mint erős karaktereket tartalmazó, karakterfókuszú szerepjáték úgy jobban működik, most így a játékmenetre gondolok, hogy RPG-ként nyilván. És te... nem olyan erős. És akciójátékként? Milyen? Akciójátékként szerintem nagyon-nagyon fasz, csak akciójátékként meg fölösleges az a pár ilyen beleerőltetett RPG-elem, ami, ami benne van. Uh -huh. Üm... Igazából szerintem a gír fölösleges ebben a játékban. Én? Mert, a, mert a képességek, ugye a végén már én is rájöttem, mert egyébként nagyon rossz a menürendszer, hogy például nekem 10 órán keresztül nem tűnt föl, hogyha a képességeknél megnyomod a háromszöget, akkor ott sokkal pontosabban leírja, hogy mit és hogyan fejlesztesz, és mire jó ez. És ugye arra fut ki a végén a, a képességrendszer, hogy tudod masterölni a kedvenc képességeidet, és azokat össze tudod rakni egy harmadik elem, képességeinek, ezért meg tudod azt csinálni, hogy megtartod a tüzes dodgyolást, de hozzáveszed a szeles képességet a, a, tüzes részhez, meg egy másikat, és akkor így egyébként elég jó bildeket lehet csinálni. Tehát hát a, végére tőledi, már, igen. a végére már egy nagyon elős build crafting azért benne van a, a, játékban, szerintem az itemizáció része az, ami, ami Ezeket már nem láttam, teljesen indokolatlan. Várj, 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 várj. Gyere, viszám, Ez igen. egy elég fontos rész, úgyhogy igen, itt az de a miről van szó, de amúgy nem láttam ezt a részt már. Viszont a lényeg a lényeg, hogy hogy a karakterek, a voice acting, maga a történet, a boss fight-ok -ok, azok annyira erősek, én bőgtem, mint a szemét a játék végén, ezt így elmondhatom neked. Nagyon-nagyon uh -huh. durva volt a vége, és nagyon-nagyon jó volt a játék vége, tehát, hogy nagyon megérte végig És mondom, olyan boss pillanatok volt, egy kifejezett egy olyan boss pillanat volt, ahol így azt hittem, hogy álmodom. Tehát, hogy ez így nem a valóság, tehát, 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 tehát egészen, Az egészen hihetetlen volt, nagyon-nagyon epikus volt, és tudom, hogy ez borzasztóan túlzónak hangzik, pláne annak tudatában, hogy tudom, hogy a közönség 90%-a szerint ez a kínai fos, nyilván viccelek, meg túlzok, de hogy öm, nem. E egészen, egészen hihetetlenül nagyon-nagyon jó volt, és, és imádtam az a boss pillanat, az kegyetlen volt. A közönségből, aki nézte a végigjátszást, pontosan tudja, hogy melyik az a pillanat, mert nagyon kiemelkedett. Nyilván felmerültek így ezek kérdések a sztorival a kapcsolatban, hogy mi hogy volt, de aztán úgy, hogy utólag nyomtam mellékküldetéseket, amúgy segített megértenem azt az egy-két pontot, ami nem volt világos. De, de nagyon elkapták tényleg. Tehát minőségi triple Szerintem most az van így a Final Fantasy-vel kapcsolatban, így tényleg megemésztve ezt a játékot, meg, meg, meg így már pár héttel azért utána, hogy elindultak egy új irányba, öm, nagyon minőségi a háttér, tehát technikailag tényleg színészekben, rendezésben, gameplayben kurva jó a játék, csak így még nem tudták levágni azokat az RPG elemeket, amik így a Final Fantasy alapjai, tehát nem merték, ezt a játékot teljes mértékben Devil May cry varázsolni. Viszont így meg semmi értelme nem volt, hogy benne hagytak indokolatlanul nagy open world részeket, indokolatlanul sok ö, olyan mellékküldetést, ami semmi értelme nincs, hogy benne van, mert nem ad hozzá semmihez. De ez. meg egy ilyen gémnél azért ne szórakoztassál engem a 8 percig futkosok a bázisonából. Igen, igen, a igen, ba? igen, okay, igen. Oké, ez volt 10 évvel ezelőtt, és senki nem haragudott nem érte, de... Tehát, hogy az van, hogy ennek a játéknak vannak még olyan sarkalatos pontjai, amiket mind-mind le lehetne nyesni, de hogy az van, hogy kicsit kezd így ez a Final Fantasy Fantasyhez hozzánőni, mert a 15 is abban az állapotban, amikor megjelent, ott, ott voltak vele bajok rendesen Múltak. És igazából az összes kiegészítővel lett így teljes a 15 is. Tehát egyébként, hogyha valaki a 15-tel megjelenéskor játszott, a Complete edition talán az a neve, nagyon érdemes végignyomni úgy, hogy abban rengeteg Story plusz van be. Ugye ott úgy van, hogy négy fős a csapa, öt négy fős a csapat, és minden karakter kapott egy külön DLC-t, és azok így timeline-ban beillenek a sztoriba. Tehát ott úgy van a 15-ben, hogy mondjuk a 8. fejezetnél van az a pont, ahol le tudsz csatlakozni a DLC sztorira, és akkor az egy kicsit többet elárul az egyik karakter háttér sztoriáról. És úgy lett a 15 is kerek egész. Szerintem a 16 kerek egész abból inkább elvenni kéne. A 15-tel az volt a baj, hogy hozzáadni kellett. Szerintem ebből a játékból elvenni kéne, hogy ilyen 10 per 10, Game of the Year, mindenki szereti. Ez a játék nem lesz Game of the Year semmilyen listán, pont azért, mert tele van a hibákkal, de engem a, a meggyőző és jó részei annyira meggyőztek, hogy hogy talán nekem a kedvenc gémem eddig idén. Um, és borzasztóan örülök, hogy végigjátszottuk, de nyilván kellett hozzá az, hogy azért nagyokat kellett, nyelni a közönséggel együtt, hogy igen, srácok, most vegyünk egy mély levegőt, most az a rész fog jönni, amit így megcsinálunk, mert csak úgy juthatunk el a következő fasz a részig, úgymond, és ez nem jó egy játéknál, de hála Istennek így azt már így kitörölte az agyam, és csak a szépre emlékezek, hogy így mondjam. Én amit eddig láttam belőle, és nyilván én is ismerem a Final Fantasy-ket, úgy nagyjából, meg gondolom a 15. sténis végig játszottam, Aha. nekem az amúgy nagyon tetszett, meg ez is nagyon tetszik. Szerintem meg a játéknak nagyon jó a sztória. Ja. Yeah. Pont. <laughs> és van, hogy ez elég. Aha. De én nem vagyok kibékülve, megmondom őszintén, ahogy te is mondtad a köztes dolgokkal, meg én nem vagyok, és ez a legrosszabb része, én nem vagyok kibékülve a uh -huh. Én a, Tudod miért nem? Nincs vele nincs semmi baj. Tehát működik, működnek a képességek, minden, és lehet, hogy én vagyok rosszul bekötve. De minden fajt ugyanolyan. Aha. Tehát én legalábbis úgy raktam ja, össze abszolút. a béldet, hogy e, ugye a szélképességekkel le tudod verni a posztört a faszba, a felénél ugye a. a, a, a Hogyha tudod azt a. Hát igen, vannak minisztergörögök Igen, le van. A felénél, ugye, ha azt az ikont választod, akkor ugye lerántod a földre. Akkor, ha belekenned a, a baszóképességet a szélből, akkor végképp levered a sárga szat És ahogy le van verve, az összes, tudod, ráküldöd, ahogy van. Igen. És ripít. Mm -hmm. Ebből a szempontból nyilván repetitív és sokkal, sokkal kevésbé komplex, mint egy devil May Cry, ahol már tudod, hogy úgy van felépítve a harcrendszer, hogy minden valamiért van benne, hogy valamire megoldás, mondjuk egy igen, gombó, egy harcenszer, egy fegyver, itt ez nem ennyire komplex. De neked van igazad abba, hogy szerintem is ártatta a játéknak az, hogy nem csináltak belőle Devil May cry hmm. a játék egy szinten. Ugyanis az RPG elemek erőltetés az arról, az arról szól, és nekem itt van ki a faszom ezzel, és most légy szíves segítsél, mert vele effektus van. Tehát jön ez a drága jó főszereplünk. Aki fogja magát, és a a, a büska méretű fa méretű démongenyót elfújja faszomba, meg ilyen félvilág méretű ö, állatokat gyűr össze, meg minden, és utána négy percen keresztül kell verni egy skorpiót. Mindennel, amit van. Érted? Láng, kigyulladsz, faszom, neki kúrad, megbaszod minden, és akkor így megy le, így a HP és így. Nem tudom. Nekem ez a bajom vele, hogyha action game, legyen action game. De Aha. az nekem nem action game az meg, hogy spemelem a halálbüdös faszát azért az meg, hogy nézek egy csíkot, aminek elfőtt a negyede. Igen. Nekem ez a bajom. És ezért gondolom azt egyébként, és ami, ami ne, nem tenne jót nyilván, mert az nem játék. De esküszöm, tehát én is úgy érzem, hogy ennek a játéknak a csúcspontjai kurvára megérik a szopást. De lehetett, nem tudom, lehet jobb lett volna, ha egyszerűbbre hagyják, csak ugye nem akartak mm -hmm. kibaszni a fanokkal, akik FF nyilván. fanok. Nyilván. De a sztori meg annyira jó hogy lehet, hogy jobban működött volna egy lineárisabb akciójátékként. Erre mit gondolsz? Ja, abszolút. Ez abszolút így van, csak nyilván ezt nem merték megcsinálni, mert így is volt elég backlash amiatt, hogy ez nem lett egy RPG játék, és azért a Final Fantasy az egyik leghíresebb, meg legrégebbre visszanyúló um, RPG Igen. játék. Um, azzal nem értek egyet, amit a cseten látok, hogy filmnek kellett volna kiadni. Nem, én sem, az úgy nem működött volna. -a Annál valami. azért jóval jobb játék lett és szerintem annál azért jóval jobb a harcrendszer is. Nyilván vannak olyan pontok, amik, amik, uh, amik objektívan kritizálhatóak, és ha szeretnék is, mert izgalmasabb lenne tőle a műsor, de nem tudok veled ebben vitatkozni, mert tény is való, hogy hogy ezek nem jó dolgok, és nem jól vannak megoldva. Nekem egy különösen nagy problémám az, hogy nincsenek ilyen rezisztek a játékban. Tehát ja, az, az te hogy te... valami szél, az amúgy nem jelent semmit, mert. Hát annyit jelent, hogy az egyikkel tudod gyorsabban levered a postcart, hát, a másik Az a, egyik a, HP szteriör, a másik, meg hp Pontos, ez a nekem is az a bajom, van. hogy. hogy ehhez nem kellett volna úgymond rpg síteni ezt az egész dolgot, hogy itt jössz nekem a számokkal, tudod, meg az életcsikkal, meg a minden szarral, hogy, hogy, nem tudom, akkor inkább múlt volna a technikádon az, hogy, hogy, le tudsz egy győzni egy ellenfelet, mint azon, hogy mekkorát tudsz ütni. Igen, igen, igen. De most nekem egy kicsit zavar, zavart érzek ebben. Hát igen, ez így van. Az meg, amit mondtál, hogy, hogy nyilván a játék egyik részében atomrobbanás van, utána meg ö, püfölöd a skorpiót. Nyilván vannak ilyen sztori magyarázatai annak és hogy nyilván mikor, miért nem használnak mennyi erőt, miért, mikor Na nem jó, az mértékben is van különbség. Tehát érted, nem kell efrité változni a skorpiónát. Hát, de azért, na! <laughs> Világos, tehát hogy nem akarom megmagyarázni azt, ami nincsen kiforva a játékban, mert egyértelmű, hogy, hogy bizonyos dolgok nincsenek kiforva a, nekem a játékban. gameplay, ezt akartam mondani, nekem a gameplay ettől fogva úgy, hogy felesleges, feleslegesnek éreztem az open world részét, mm -hmm. sokszor a 15-nek is, nekem a gameplay jobban tetszett. A sztori egyértelműen ebben sokkal jobb szerintem, meg epik, 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 még az a kevés, amit én láttam belőle is. Hát meg hogy néz ki a játék? Igen, meg, meg egyszerűen néz durva. ki. Mondom, nem, én nem azt mondom, nekem is nagyon tetszik mm -hmm. a game, csak ezek a ezek a részei zavartak engem. Nyilván, meg azért azt nem vegyük el, hogy te azért hatalmas uh, open world játék fanatikus nagyon vagy, szeretem. aki imád gyűjtögetni, barangolni, mindent megcsinálni, ja, és ja. ez a játék ezt nem váltja ki nem. egyáltalán, sőt, ki, kifejezetten rossz ezekben kicsit a játék. Olyan, kicsit tudod, hogy mi az, ami feltételesített benne, hogy olyan, mintha. Aha. Hogy kicsit úgy csinál, Igen. Hogy nézd, ez egy de jó... szép ez a sivatag, de ez szép egy open ez a world játék, és van benne mellékküldetés is, de így... Nem tudom, ez, ezek a hantok -ok is olyanok voltak, hogy úgy érdekel tudod, hogy micön a dizájnja van, meg milyen Aha. különleges enemik, meg minden, és amúgy nagyon is tetszett, hogy ú, hova van el, meg kell keresni, tudod, milyen jól néz ki, hogy ez nem az átlagos szörny, kivel találkozol útközben, mert amúgy abból sincs túl sok. Nincs. Ö, és tudod, így, így mész, és ez végre egy különleges szörny, meg minden, és megtámadod és ugyanazt csinálod. Lemaszom azt a szart, megnyomom a kört, lerántom, rákúrom az anyámat is, utána megint ugyanez. Nem tudom, nekem ez volt a bajom bele. Igen, én, nekem meg egyszerűen valahogy tudod annyi, hogy, hogy nekem ennyi elég volt, mert annyira elvitt az, hogy látványos, pif, puf, a hangefektek, uh -huh. fölugrárok, leugrálok, de nyilvánvalóan, hogyha most objektívan beszélgetünk egymással, nem tudom neked azt mondani, hogy nem, nem értem meg, hogy miért mondod, mert de, ugyanazt csináltam én is, csak nekem ez így valahogy volt annyira szórakoztató. Meg sokszor beszéltünk már erről, Nessa, egy fordított helyzetben. Há, hogy, hogy hányszor mondtam én azt neked, hogy értem, mit mondasz, de a játék sztoria olyan volt, hogy nem érdekelt, mi történik Igen. közben. Igen. Mert nekem is volt nagyon sok olyan játék, aminek annyira tudni akartam a végét, hogy azt tudom, mi volt közben, nem érdekel. Persze. Mert, és ez is egy olyan dolog, hogy nagyszerű a sztori. Meg olyanok a, a is önök, hogy hogy mindenki tudja már, amikor elkezdett, hogy, hogy minden, minden menni fog, Igen. meg minden robban, meg Igen. minden. Én is azért, hogy mikor először megláttam uh, tulajdonképpen a gonosz karaktert, meg minden, meg ott hogy mm. kezdtek össze folyamatosan, nagyon elkezdett érdekelni, hogy mi történik, meg tök érdekes Hát nagyon, nagyon elképesztően durva pontok vannak abban a játékban, nagyon jó témákat dolgoz föl egyébként, meglepően felnőttes egyébként egy csomó ponton a sztori, meg a témák, amiről, amikről beszélnek. Kicsit azért nevetséges a Trónok harcával való párhuzamok mennyisége, tehát az... az, az Akkor? Az, <laughs> Kicsit azért soknak éreztem, tehát volt egy-két pont, már így, már a végén is, azt ez a mondat, bazd meg, ez a troll harcában ugyanígy hangzik, tehát nem áll, meg. Tehát Szerették ugye... a készítőt. Igen, nem. igen. Istenem. És ugye alkalmas a Final Fantasy erre. Mert azt sem úgy az, Amúgy abszolút. De én azt mondom, hogy, hogy tehát azért ami jó, nagyon jó, és Igen. remélem, hogy ez innen csak kifele fog kristályosodni, hogy a következő játéknál már tudni fogják, hogy mit akarnak, látni fogják, hogy ezzel az akció irányjal mire kell figyelni, milyen RPG elemeket kell kidolgozni, vagy elhagyni. Én azért remélem, hogy nem hagyják el. Én még mindig azt mondom, hogy a Final Fantasy 7 remake-nek a, a harcrendszere és RPG rendszer az tökéletes, és zseniális, mert az egyszerre real-time kombat és egy nagyon-nagyon deep uh, RPG rendszer, tehát amit szerintem a hét remake-nél csináltak, az, az gameplay szinten zseni, annak olyan a harcrendszer, hogy azt nem tudtam megunni, pláne, hogy a több karakterrel is uh, Persze, lehetsz, hú. meg tudsz köztel lépkedni, de amit így uh, tényleg story meg, meg technológiai szinten is lehoztak ebben a játékban, látványban, hangban, az, az, az egyszerűen annyira zseniális volt, hogy uh, hogy én bárkinek nyugodtan mondom azt, igen, szar, szar, nagyon sok szar rész van benne, de az meg, ami jó, az olyan, hogy Eben, mondom, életemben e... nagyon kevés ilyen játékot láttam, ami ezt így meg tudta ugrani. Én a második felét nem is láttam, de én is így gondolom. Amúgy, hogy abszolút megéri azok miatt, a jelenetek miatt, mert én is tudod, mondtam, úgy volt, hogy mit tudom én, másfél óráig, tudod, de reszeltük a, 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 fingot, tudod, igen. és akkor utána jött 40 perc, amikor végig nem vettem levegőt. Mert egyszerűen... De már... hogy az van, hogy így megértelek, tehát úgy, hogy mondjuk az összes... Tehát én nem csináltam mellékküldetéseket streamben, szerintem de, de egyáltalán... De érdekel engem is annyira, hogy leszarom. De attól még úgy van. Na jó, de nyilván azáltal, hogy, hogy több, gyengébb részét csinálod a játéknak, így eltolódnak az arányok. E... Tehát, hogy így, hogy van benne a já... Most mondok, 30 órád már van a gémbe, vagy 20, most mondtam hmm. valamit, amiből... És amikor nekem 20 órán volt a gémben, meg amikor neked 20 órád volt a gémben, te a 20 órából 10-et töltöttél, és sar elé, meg négyet. et hogy kellett. azért igen, nem igen, mindegy igen, az élmény, és ezért nem lehet téged hibáztatni, hogy bazd csináltad a mellékküldetéseket, és szarok voltak, és mondjuk elmegy a kedved a játéktól, vagy akár a nézők is megunják. Öm, Így alakult. Te megpróbáltad megnézni teljes valójában a játékot. És ugye én, én nekem valószínűleg én is kifulladnék benne bazmeg. meg. Tett, De hogy... én ezt mondtam a nézőknek is egyébként nagyon sokszor, hogy ez a játék olyan élményként, hogy lehet, hogy bejössz. És így azt mondod, hogy ekkora szart még életemben nem láttam, hogy tudsz-e ennyi időt belerakni, baz meg, meg lehet, hogy olyan pillanatban jössz be, hogy nem tudod, miről van szó, csak hogy így. Mi a faszom ez a játék? Te jóságos, ég, ilyet nem basztam. És volt ilyen néző, aki úgy jött be, hogy megjött, tudod, a nagyon minden lángol, meg tudod, hogy, a nagy, azt a, nem is tudom, melyik Eikon harcok voltak, meg minden. De amikor, tudod, ez a fokozott, fokozott, fokozot, fokozott, fokozott. Um, és, és annyira, annyira metál, ha pont azt látod meg belőle azt a fél akkor meg összeszarod magad. Tehát, yeah. Abszolút ilyen ez a játék. A streamer szempontból ez egyébként csak, hogy egy kicsit így elkanyarodjunk a, a game-től, és így zárjuk ilyen egyéni szoc probléma, vagy hogy hmm. szokták ezt mondani, mikor mi fiatalok voltunk, hogy nyilván az van, hogy, hogy egy játékod, benned van, hogy meg akarod mutatni a játéknak minden elemét streamerként, és az van, hogy ha nem csinálod meg a, a melléküldetéseket, akkor és ezt értsétek idézőjelben, mert nyilván nem nagy dolgokról beszélünk, akkor azért baszogatnak, ha megcsinálod, akkor meg azért baszogatnak. És persze nem baszogat, egy túlzok, érted, é, hogy miről nem beszélek. Nem, nem igazad Kicsit, kicsit, igen. igen. Én jártam is sokszor. Én, én, én tudod, az RPG-vel mindig nagyon nehéz dolgom volt. De ezt az a baj, hogy nem tudod előre eldönteni vakon. Tehát ha nem tudod, hogy milyen a side content, akkor nem tudsz rá készülni, hogy csinálod, vagy nem csinálod. Figyelj, én kimaxoltam annak idején a witcher mindet. Nagyon. Hmm. Aztán a hármat megint. Aztán úgy döntöttem, hogy streamelem a közönségnek, és persze végig szaladtunk rajta, mert hát baz meg, most hogy, meg hát ez óra. Az. Tudom, hogy most Ian pont a má má másik verziót csinálja, de... Na jó, de tavaly kezdte baz meg. Tudom, hát, hogy... tudom, és akkor az van, hogy mi a fasznak kellett végigfutni ezen a Witcher végigjátszáson, így nem volt semmi értelme. Igazad van. Aztán nekiállnak a cyberpunknak úgy, hogy megcsinálunk benne mindent, és akkor a 30. óránál azt mondja az ember, hogy amúgy most már azért szeretném tudni, hogy miről szól ez a kurva játék. Én meg azt mondom, hogy én tudom, miről szól, nem érdekel, mit beszélsz. Igen, nehéz. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz dolog. Nem tudom, hogy létezik-e arany közép út. Azt tudom, hogy az olyan hozzáállással megalkotott RPG játékokban van értelme egyébként csinálni a mellékküldetéseket, mert a cyberpunknál például a cyberpunk játszásban most, és nem akarok külön beszélni róla, azért most beszélek így két szóban. Sikerült a bildet elvinni egy olyan szintre, amit nem látott mindenki. Aha. Hogy amúgy így is lehet. És ez egy új. S teljesen élmény. másik játékélmény ez. Igen, ez egy új élmény, mert ugye nagyon sokan ugye bizonyos szemszébe álltak, vagy nem maxolták ki a karaktert, vagy bármi ilyesmi. nekem is olyan volt a legelső játékosom, és látni azt, amikor minden csutka, hogy az hogy működik, az egy új látásmód, és azt mondhatod, hogy amúgy bazzd amúgy ja. Így, így is lehet. Végig a inkább a melléküldiket, mert ez jó. Hmm. Érted? Nem tudom. És akkor a játék vége az meg ilyen, <laughs> mindenki meghal. Ugye Mondjuk hozzáteszem, egy ideális világban nem kéne probléma legyen feltétlenül ebből, mert hogyha minden játékban minőségi lenne a side content, akkor nem lenne kérdés, hogy megcsinálod-e a side contentet. Bár ez sem igaz, mert én azt gondolom, hogy a Witcherben viszonylag minőségi a side content, mondjuk Igen, egy streamben abszolút. azért nem csinálod meg, mert szeretnél mondjuk, még más játékkal is játszani valaha. Ha, vagy megélni valamiből. Hát, az már a másik része, ez igen, jogos. nyilván. Igen, pedig, pedig nagyon minőségi a side content a ből csak az a baj, hogy nagyon kevés, és ez nyilvánvaló, hogy egy nagyon hosszú végigjátszások ezek, kevés az olyan dedikált néző, aki azt mondja, hogy végignézem veled. Mert érted, még aki rá magára akarja erőltetni, és bejön az 55. streambe, itt nem tudja ki, kicsoda, ja, persze. Tudod, és azt mondja, hogy ajba, az meg nem akarsz, másra játszani. Hogy fingom, És is nem igen. rosszból mondja egyébként, hanem... Még mindig, hanem... Hű, még mindig meg az őzgyerek, az most hova szarjak? Meg látom igen. most már nagyon szép a kardod. Az a baj, az a baj. Úgyhogy ez egy ilyen örökkérdés. én szerintem azért itt a játéknak a, a, a hosszúsága, meg tényleg a side contentek milyensége dönti azt el, hogy így streamer szempontból mi hogyan tud működni. Én nagyon félek emiatt a starfield mert most egy teszte a, hát a igen. Cyberpunk hogy mi van, ha kimaxolok egy RPG-t streambe, mert nyilván a Starfieldet is úgy kéne, Amúgy, hát, mert most nyilván nem úgy akarod végigvinni a Starfield-et, hogy mondjuk az utolsó három órájában a végigjátszásnak, mit tudom, egy ilyen rozsdás motorom mész, vagy repkedsz egyik bolygóról a, a másikra, hanem valami baszód. Tehát meg kéne nézni, hogy mire vagy képes. Azt úgy fogjuk csinálni, hogy akkor fogunk kaputestbe beszélni a starfield amikor te befejezted, és Jani egymás mellé fogja rakni a két gameplay -vodot. én, aki úgy fogok csőjátékként végigmenni a Starfield-en valószínűleg. Igen, tudod, csak, csak, most nyilván nem ilyen lesz a Starfield, csak, csak az, is, az is egy másik élmény, hogy végigviszed, és akkor meg a végét, hát vagy az utolsó öt órájában a játéknak ilyen bolygó megsemmisítő izével néz, és így az, az összes életformát. De én valahogy így képzelem el az RPG-t, tudod? Hát hogyne. Na mindegy, majd meglátjuk. Majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Meglátjuk, hogy hogy lesz. Ja, összességében nekem az egyik kedvenc game volt idén a Final Fantasy de ez az a játék, ami mellett nem akarok, és nem is tudok indokolatlanul kardoskodni, mert én is látom, hogy nagyon-nagyon gyenge részei vannak a játéknak, amiket nem kell megvédeni, mert nem jók. De számomra a magas részek meg annyira, annyira csúcs szuperek voltak, hogy abszolút elvitték nekem de ezt az élményt. ez teljesen balít, És ezért van az, hogy amikor majd az év végén beszélünk, a ti általatok választott kedvenc játékról, meg mi is, hogy nekünk mi volt fontos. Én nem játékkritikai szempontok alapján fog beszélni, hanem azt mondom, hogy szerintem nekem kibaszott jó volt a Final Fantasy 16. Ha játékkritikus lennék, akkor nem adnék ki egy kritikát, hogy 10 per 10 vedd meg, mert ez nem valid, objektíve. Lesz, de nem én nem is, akarok nem, objektív de nem lenni az valaki ilyeneket csinálni. Ja, persze nem is csak azért mondom, csinálni. hogy ez a különbség a kettő között. Ne, engem is annyi kritikaért: az exoprime le nem meg, hogy kaptam az ívet. <laughs> hogy miért játszol sem hát, ilyen fontos? hogy miért nem mondod rá, hogy szar? Ja. Azért nem mondom rá, hogy szar, aznek, mert meg van időm streamelni, és meg akarom nézni, mi az, ami értékelhető benne, meg egy Capcom csinálta, és látni akarom hogy hogy mit akartak csinálni, csak hogy nem, nem. sikerült. Ennyi. De nem, mert az emberek azt mondják, hogy mondjam azt, hogy szar. Nem fogom azt mondani, és én is más, hogy nézem a gémeket de a Final Fantasy 16 nagyon nem szarjáték, a szar nem ilyen. Ja, hogy nem? Hogy ne? Nem nagyon gyenge elemei vannak, amik sajnos ilyenek lettek, és reméljük, hogy majd legközelebb nem ilyenek. Igazá lesz. Igazából szerintem, hogyha, hogyha sikerült volna a köztes kontentet nagyon jól megcsinálni, akkor még jobb lehetett volna ez a játék. Hát igazából sokkal. ez a probléma, mert te is tud nagyon jól, hogyha egy játék fos, akkor nem állsz le ö, tudod, ezeken magyarázni. Ja, ne? Ha nem lenne jó a sztori, akkor magasról leszarnám, hogy nem tetszik az action Igen. része a játéknak, maga szarnék az egészre. Igen. Ez van. Jó, a ezt végig fogjuk Van még itt valaki? Halló? Halló? Fine, tudom, rövidebbre ígértük a fine. Mindjárt jön a... Mi, mi a fasz volt a neve? Mindjárt jön a dating szimulátor, srácok. Tudod, ez amit a tévében van, hogy up next, vagy coming soon, amikor a végére hagyják a legjobbat. Mindjárt jön a dating szimulátor. Az ilyen vissza kéne A mondban egy ilyen igen, nem lehet, hogy a Final Fantasy is részt így külön töltsük föl, nem listázottba azoknak, akiket érdekel. <laughs> <laughs> Azt így kivágjuk. Beszélnék két szót a 2 kettőről. Na, Öm, amire a... én amúgy kurva kíváncsi vagyok, mert pont akkor nem voltam itt van, amikor most Sajnos átfogóan nem tudok beszélni erről a játékról, mert nem játékritikus vagyok, hanem streamer. Még nem. Ö, ugye? de. Ugye? A, a kóp részét nem néztem meg a játéknak, pedig ha. egyébként az az egyik legfánabb része, ö, ö, legalábbis én úgy hallottam. Ö, a játéknak, úgyhogy nyilván arról nem tudok beszélni. Úgyhogy én single playerben játszottam ezt a videojátékot. Annyit mondhatok már az elején, hogy egy, egy viszonylag magasabb nehézségi fokozaton játszottam a játékot, Aha. nem érne, ami nem volt a legjobb ötlet, mert egyedül elég nehéz. Uh -huh. Tehát ez például pont egy olyan szakasz, amikor rettenetesen sokat szopok egy bizonyos résznél. Jani ehhez ért. Tudom, hogy... de most nem is az a lényeg, a gameplayt nézzétek. Ez egy, de tényleg egyébként elképesztő, nem? De, nem de... Ez... A lényeg az, hogy uh, aki az első részt ismeri, azt tudja nagyjából miről van szó. Egyébként a story is úgy köt rá, hogy ugyanaz a világ, uh, meglátogatjuk ugyanazt a bázisrészt, stb. Te amúgy végignyomtad az, az első részt? Az egyet, rész? azt én off-stream nyomtam végig Aha. single player -be, streamben nem játszottam teljesen Aha. végig, de tulajdonképpen nagyon-nagyon hasonló a játék. Tehát, én nem játszottam vele egyébként. Uh, tehát, na, elképesztően hasonló. Ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, uh, egy shooter-based souls -like játék, uh -huh. uh, ami ugye Attól izgalmas, hogy a sztori random adja magát. Tehát nem ugyanabban a sorrendben kapod a pályákat és a dolgokat, mint mások, ezért rettentő változatos. Most legutóbb azt olvastam, hogy van, aki 400 órája van a gémben, és, és még nem látott mindent. Jézusom. A játékban, mert úgy adja a dolgokat. Ugye természetesen itt is, ugye. A, vannak a bonfire elemek, újraélednek a szörnyek, vannak bosszok, természetesen, van a bázis részed, tudod fejleszteni a fegyvereidet, tudod fejleszteni a karakteredet, tudsz kraftolni, stb. Vannak képességek, ugye most is jó néhány kast van, amiből tudsz választani, akik egészen máshogy működnek. Én ezt a gunslingert... És az a képességeidet határozza meg? Meghatározza a képességeidet, meg a pörkjeidet. Uh -huh. Egyébként vannak különböző karakterek, van, akinek kutyája van például, és akkor azzal vannak különböző atakok, van, akitől a tipikus tank, aki shotgunnal uh -huh. nyomja, és a stb. Én úgy gondolom, hogy itt a nem feltétlenül nagyon glass cannon, de dps karakterekre kellene koncentrálni, amikor single játszik az ember, mert azoknak a karaktereknek szerintem inkább multiban van, vagy hóban van értelme. Uh -huh. ehm, Persze a kutyás azt pont nem ilyen, mert az eléggé OP. Húf, egy halom menemi, a random encounter mondom, random mapkezelés. Van kis milli is, ahogy a, nézzel. Van, van milli benne, ott az, az külön fegyver, tehát azt, mm -hmm. az, külön tudod. Tehát például, mit nekem, én találtam olyan milli weapon amit lehet dobni. De lehet arra például fókuszálni, vagy azért ez egy shooter ezzel game. a, ezzel a gunslinger nem, de szerintem ez alapvetően egy shooter game. Nem és tudom, akkor ezek te ilyen melyek. random generált mapók, és akkor a végén fix story bosszok vannak? Igen, de a sorrend nem fix. Aha. Tehát nekem azt mondták, hogy például a, 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 az, ahol, ahol én kezdtem, ott ott nagyon kevesen kezdtek azon a map, tehát azon a story részen, hmm. vagy hogy mondjam. Ühm, meg gondolom, vannak random encounter tehát nem úgy van, mint egy Souls hogy így mész, és akkor tudod, mikor meghaltál, akkor így, akkor mész újra, és akkor itt lesz az nem, nem jó, ott, meg az, meg ilyenek, hanem van olyan, hogy az meg így mész, és akkor csak és akkor jön egy csomó ilyen lófasz, és akkor megpróbálok megölni. Ugye a különböző map részeknek különböző stílusa van, tehát ugye ez egy ilyen dzsungeles rész, de vannak egész mások, barlang barlangrendszer, faszom, tehát nagyon-nagyon másképpen néznek ki. A játék kurva jól néz ki szerintem, a gameplay nagyon feszes. Tehát az irányítás baba. Igen. Igen. Tehát jó a Dodge. Pont, pont amiatt így aggódnék. Jó én, a Dodge, hogy... jó a shooting, nagyon gyors, Aha. jó. Tehát skillen múlik egyébként, nagyon sok minden. Ugye trade system van, eh, ahol ugye tudod növelni a hp dat a staminádatt, stb. Ugye két main van, plusz a milli, amivel tudsz operálni, ezeket lehet a végtelenségig fejleszteni, és azokat is moddolni. Nagyon sok testre szabhatósági ö, ö, lehetőség van benne. Ugye itt ez a trade system, de mondom, utána tudsz külön craftolni mod modifikációt a fegyverekhez, van loot, vannak gyűrűk, van ö, nadrág, de minden low-facet gear system. Igen, ott a rezisztjeid van. vannak, a weight, ami a dodge-ot befolyásolja, uh -huh. tehát ez egy fullos RPG nagyon-nagyon konkrétan meg van csinálva, szerintem baromi izgalmas. Mondom, ezen a szinten nagyon nehéz, a bosszok nagyon okosak. Iszonyat okos a boss design, az a néhány, amit láttam. Tehát úgy van, hogy... Az okos az az, ami büntett téged input után, vagy... Ott volt bajom egyébként bizonyos dolgokkal, range, hitbox, stb. De a lény... Érdekes, hogy ez enemicál... én... nem ez... Hogy fogalmazzam ezt meg? Magyarul nem fog. Ez ilyen precision shooter, vagy így két milliméterrel a vála fölé lősz, azért beadja elég, a hitet. nem, nem, elég precision, precision, shooter, mert vannak weak pointok, -ok, amiket Aha. meg kell lőni, és Aha. akkor sokkal gyorsabban meghal valaki. hát nekem ez a baj. Ö, a, de <laughs> ez mondom, az én hogyha, problémám. De mondom, hogyha egy shotgunos karakterrel akkor nem a ilyen hülyeség miatt. Ö, mit akarok mondani? Vannak ilyen miniboszok, akik keményebben ellenfelek, akikkel nagyon sokat szopsz, ö, tényleg olyanok, hogy már nincs több híled, és akkor pont bekapsz egy ilyen gecit, tudod, randomba, és akkor a kurva anyárat, meg minden. A bosszok alatt úgy értem, hogy hogy, hogy okosak a okos a boss design, hogy nem túl sok olyan boss van, hogy na no, nesze itt van egy nagy geci, akinek van nyolc támadása, akkor került ki, meg lőjen addig, amíg le nem megy nullára az élete. Hanem ilyen technikás dolgok vannak, hogy például mit tudom én, van egy olyan boss, hogy ilyen kurva egy szara van a végén, nem tudom, hogy ezt meg tudod de mutatni, Jani. az a, az a Rembrandt streamek végén van, spoiler alert, az utolsó Rembrandt stream vége szerintem az, a hatos. Egyes. Ez is jó. Ott van hátul az a csápos gec. Ott, ott, ott nagyon hátul. Hát, nagyon nagy. Az a korruptor, az a boss. És van közben ah. ez a józsi itt elől, Aha. Aki attól függően, hogy a korruptornak mennyi élete van, csinál egyre durvább baszásokat. Ha. A korruptor folyamatosan mozog a mappon, és három lény van. Azt látod? Igen, igen, igen. Mindig random egy másik lényt kitöröl. Tehát ha Aha. ott vagy, meghaltál. Tehát neked figyelned kell folyton a nagy dögöt, hogy hogy pozícionálja magát, mert három másodpercen belül meg, mindjárt meglátod, hogy én most lövöm, eléri a fél hp akkor így elkezdi nyomni látod ezt a piros szart, Aha. és akkor a középső lénen, ha ott vagy, meghaltál. Köz... Látod így? Ha. És a közben Johnny... Ez jó, hogy így dinamikusan változik Igen. a pálya. A közben Johnny jön, ő ugrik, <laughs> uh, kilövi a kezét, meg minden, és az a lényeg, hogyha, ki, hogyha a kicsinek leteszed nullára a HP-et, hmm. akkor letér be. A nagy oda repül hozzá, és fel kell, de kell. Uh -huh. És a nagyot akkor tudod nagyon sebezni. Aha. Így is tudod sebezni a nagyot, hát de lőheted, akkor úgy, úgy... úgy szétdarál ez a csávó, hogy megőrülsz. Uh -huh. Tehát ez egy, ez egy, ez egy combat puzzle gyakorlatilag, hogy összerakd a boss fightot, ami abból hát, áll, hogy először meg kell értened, hogy mi a, hogy, hogy működik, és talán meg nagyon ügyesnek kell lenni. Hát meg azt nézem, hogy tök jó, hogy így dobálja a kezét, azt akkor el kell lőnöd a kezét, a, a kis cumónak, amit neked dob tehát hogy amúgy így ötletes. Igen, szóval érted, és akkor mondom, tehát nagyon kell időzítened azt, hogy hol essen össze, uh -huh. Érted? Ja, hogy mert a... Tud lőni a nagyot. Igen, és hogy, 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 hogy ne, ne, legyen, tehát minél hosszabb út legyen, amíg a nagy a repül, mert út közben is tudod már lőni. Ja, aha. Nagyon-nagyon érdekes amúgy az egész, tehát mindjárt meg is látod a mechanikát. Tehát látod, most meglőttem, Na, most, most, ő ő betérdel, és akkor most jön ide, látod, és amikor kinyílik, akkor ő most ide jön, és akkor alulról lehet adni neki a Jackson, de ah. közben a pillangói meg meg akarnak ölni. Ja, és akkor itt ez a weak pointja Ez a weak pointja, így... amivel ugye felé lesz. Ide Szó ennek... szerint seggező. Így van, de itt már nagyon figyelned kell az mert itt már felé lett Johnny, és ez már úgy meg fog baszni, hogy megzavarodsz, ha tovább lövöd, mint kéne. Aha. Tehát, hogy, na mindegy, nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz a dolog. De a lényeg, a lényeg, tehát hogy ez csak egy példa. Nekem nagyon tetszik ez a game bassza, meg de, érted, de érted, ér de... ér ér miről beszélek, hogy okosak a dizájnok, Hogy nem egyszerűen az majd szét kell lője valamit. eléggé, aha. Igen. Ö, nem beszélve arról, hogy ahogy említettem neked, hogy hányan beszélnek arról, hogy milyen hosszú a, a, a gameplay el nem láttak mindent. Tehát, hogy elég sok archetype van. Volt, ami pre volt kötve, és ha nem pre el a gémet, akkor meg kell nyitni az Archetype-ot, uh -huh. de a Gunslinger nem elérhető, uh -huh. hogyha nem volt pre nem tudom, milyen editioned. Én azért pre hogy hamarabb játszhassak vele. <laughs> uh, de az a lényeg, hogy általában, tehát ez is ilyen, de kidatamájnolták. Igen, ezt olvastam hogy tegnap, Van benne hogy... rejtett archetype, amit csak egy bizonyos módon lehet feloldani, és akkor van benne egy különleges valami. Nem, én, én, én azt olvastam itt a datamájn alapján, hogy azt nyilatkozta a fejlesztő, hogy amúgy ők arra számítottak, hogy ez csak úgy lesz meg, hogy ki fogjátok datamájnolni, és akkor valaki megcsinálja, Igen. És hogy akkor feloldódik, vagy de mi hát, a Látod, ez basz? például a, a, a mini weapon, amit lehet dobni. Aha. Tehát ilyen is van benne, ez például egy nagyon érdekes labirintusos rész. Vannak iszonyatosan bonyolult boss de tényleg, hogy annyira komplex, hogy rá kell jöjjön, mi a fasz van, én is bementem egy ilyen csarnok közé, hogy a középen van egy genyó, és így szétbassza a pályát, és leesel. És uh -huh. neked kell rájönnöd, hogy akkor hogy kell úgy vezetni a mappot, hogy tud sebezni. És mennyire fos a rámbek például bosszoknál? Mert nálam például közvetlenül, a Dark Souls t az Közvetlenül a, meg. a boss előtt van Bonfire. Aha. Mindig. Zsír. Tehát nincsen ilyen. Jó. Csak a mappon van. Uh -huh. De ott meg van térkép, amit, tehát ami ugye a Souls meg nincs. Tehát itt Igen. látod azt, hogy hol jártál már, uh -huh. hogy kell, fus, mi a helyzet, stb. Akkor egy dolgot mondjál meg nekem, Pisti. Miért nem játszik már senki ezzel Twitchen? az Ez egy hét alatt így lepörgött, amíg nem voltam itt, ham. Nem. Mert hogy amúgy én egyébként egy vagy két review néztem meg a játékról. Egyet azt hiszem, azt kettőt akartam. Ott is nagyon dicsérték. Én, a amit vasta, mindenhol amit mindenhol nagyon dicsérték a játékot, hogy rohadt jó. twitch meg nem, mire hazaértem, nem láttam vele játszani senkit. Tiéd a, a, feladat, mit gondolsz miért? Mert hogy ez nem jó nézni a játékot. De hát a souls az. Azok... Erről nem tudok nyilatkozni, ne száj, de közel jársz az igazsághoz azért nem szól. Valószínűleg témány. az, mert nem Dark Souls a neve és ha az lenne, akkor így lehet, hogy nem tudom, nincs köztudatba, de hogy nemzetközi szinten sem nagyon láttam, hogy így elég. voltak is sokat játszott vele, csak azok, azok a streamerek, gyorsan akiknek, gyorsan végig akik nem, akiknek mindegy, játszott. Ja, aha. Hm. érdekes. Mert hogy azt hittem, hogy nyilván azért az ilyen nehéz játékok szórakoztató kontentnek számítanak, mert <laughs> Szenvedünk, együtt izgulunk, nehéz, vajon most sikerül-e ennél a játéknál valahogy nem működött ez. De ennél valahogy akkor nem jött át valószínűleg. Nem. Uh -huh. nem. egy hétig ment és onnan végeztük. Mondjuk nem tudom, hogy milyen hosszú a játék, mert nyilván hogyha 15-20 óra alatt meg lehet csinálni, akkor azért azok a játékok nem élnek sokáig Twitch-en. Tudom, de vagy YouTube-on sem. Egyszerűen, egyszerűen nem tudom, valami miatt nézni nem szerették mm -hmm. az emberek. De aki játszott vele, az nagyon szerette, a kritikusok imádták, mert amúgy nagyon jó is lett. Mind Mindegy, majd retro végigjátszom, végig srácok, jövőre. Igen, itt nagyon-nagyon sok minden függ, hogy hogy időzíted a képességeidet, a cooldownokat. De... Ez, 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 ez jelleg, Ez, csak, ez csak ott tudod sebezni. Aha. Meg van olyan is, olyan, 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 ilyen mini enemy, ami jön így random encounterbe, ami lemásolja magát. Tehát, hogyha nem jön nem meg kurva gyorsan, akkor nagyon ah, nagy baj lesz. És amúgy kibaszott kemény. Akkor van olyan enemy, aki, aki tud lőni, tud ütni, nem lehet sebezni. De, ki, de dob egy gránátot neked, amire rá kell jönnöd, hogy az a gránát, mivel egy olyan színű, az a weak point. Ah, és akkor gyorsan el kell lőni, amikor dobja? Amikor dobja, de amúgy felrobban. Aha. Na mindegy, nagyon, nagyon, érdekes. Zseni. Nem tudom, nekem is így nagyon-nagyon bejön ez a game, mert így minden elég faszának tűnik. Engem én egy dologtól félek, hogy nem tudok eléggé lőni ahhoz, hogy ez a játék jól menjen, de hogy ezt meg majd valahogy kasztal megpróbálom egyensúlyozni. Biztos lehet. Biztos, hogy fogok vele játszani azt, hogy ez nyilvános pucérkodás formájában történik, vagy magamnak a kanapén, az majd kiderül. De hogy én annyi jót olvastam, meg hallottam erről a játékról, hogy jó is lesz. Nekem így kipipálta az összes ilyen boxot, hogy RPG elemek, izgalmas, nehéz, jól néz ki. Jó játék, jó játék. Randomizált. Optimalizálva nem volt túl jól. Aha. Egyébként van vele RTX, meg ilyenek vagy. Most már nem emlékszem, hogy hogy be a játék, de azt tudom, hogy a dls megoldja a barátomat. Aha. A, akármilyen es állítod be, az simít rajta sokat. Ja, meg van benne loot, ez is nagyon tetszett. Bizony van benne loot, meg crafting, meg minden, Tehát, meg az upgrade, az... meg nem tudom, azok sokat számítanak. Számok nem. vannak benne, ugye, ami igen. nálam fontos. Igen, hát, igen. Nálam úgy kipipálta az összes ilyen boxod. hát a launchról lemaradtam, aztán itt még bőven van, mit csináljak, úgyhogy majd meglátjuk, hogy igen. mikor jutok el hozzá. Igen. De akkor nehézségben neked is tetszett. tetszett. Mondjuk az fura, hogy így nehézségi szint van benne, nem tudom, biztos az első játékban is volt. Vagy valószínűleg csak a Souls game elszoktattak a, a nehézségi szinttől. Igen, ne, lehetséges. De több is van, vagy, vagy van normál, hard, meg... Igen, van több is. Aha. Én azt hiszem, nem is tudom, a négyből a harmadikban játszottam, vagy Aha. az elérhetőből, vagy ne, nem tudom, de van több is. És van, ami már kurva-kurva nehéz. És mi van az amóval? Ki fogy, nem? Fogy. Hát mi? ennek több verziója is van, ugye amót tudsz találni a Földön. Mert az így, ez, ez például az így, így első blikre, csak így mondom neked, hogy most azért mennél valami, mert kifogy az ammó, az idegesítene. Mert nem ez a játék. E, bosszoknál lényeg. Bosszoknál nem fordul elő, hogy ott nagyon okosan kell csinálnod. Aha. De úgy van, hogy van amúgy ilyen amó pouch, amit lehet venni, és akkor ezt egy ilyen pár másodpercben nyomni, és mm -hmm. akkor feltölti maxra mindkettőt. De én nem nagyon használtam. Négy nehézségi szint van. Ah, köszi. Aha. Igen hogy a lút is változik a nehézségi szinten. De mondjuk gondolom, hogy többen vagytok, akkor azért úgy könnyebb mondom, a játék. Az látszik a játékon, ezt most mondom, hogy, hogy érzed a, a, azon, a rand, főleg a random encounter meg, hogy előre hátulról kapod, kapod a Kapod, és mindenki rád fókuszál. Igen, és ott érzed, hogy, ezt, hogy, itt hogy a fejlesztők szerették volna, ha legalább ketten vagyunk. Aha. De itt látszik egyébként ez. Na, nagyon jó, akkor majd előveszem a én és jó magam. Ketten fogunk játszani. Én és a jobbik énem. Én igen. Ö, volt még esetleg gémedne száj? Hát ilyen említésre méltó, nem. Sajnálom, hogy lemaradtál a csodálatos Battlebit remastered De arról hallottam. a dating <laughs> szimulátorról. Beszélek a dating szimulátorról. Ez a játék, ez, ez, egy random nézői javaslat volt egyébként Discordon, így került a szemem mi elé. Mi a fasz? <laughs> ez mi a fasz? Ez a dating szimulátor? És mi vagy egy medve? Ez a dating szimulátor. Három és fél eurót költöttem erre a játékra. Azért, mert valaki bedobta Discordra a gaming szobába, hogy ez a játék vicces, én meg elhittem. Úgy nézett ki az élményem a dating szimulátorral, hogy elindítottam. Utána elhánytam magam háromszor. beszálltam a kocsimba, a kis házamba. Ó, um, össze kellett szednem 25 dollárt, hogy regisztrálni tudjak a Finderre. A Finder a csajozós Ég, applikáció. Gondoltam, igen. De nem volt 25 dollárom, úgyhogy el kellett menni dokmunkásnak az építkezésre. Az építkezésen úgy kell dolgozni, hogy odamész a színes item mellé, és nyomva tartod az et, és akkor ott megcsinálja. Ez ő, Samantha, Szama, Amanda, Penelope, Szamanta, Mari, Mindegy. Ja tény, ő, ő a második barátnőm, ő méri. Oh. Ő méri, őt megtaláltam a Finderen, miután a 25 dollárt összeszedtem a dokmunkával. És akkor őt el kell vinni, el kell vinni enni. És akkor elvittem Mérit enni, és akkor mondta, hogy hát büdös vagyok csóró és, és szegény, úgyhogy adott nekem 50 dollárt, hogy vegyek valamit magamnak, és ott hagyott. De miért néz ki így? Hát ez így, hogy? Ez így nem, nem merült föl a beszélgetéseink során, hogy ő furán Hát, hogy ő nézze. rohad. Hát igen, de hogy ő erről Most így mi nem... folyik itt egyébként, Nesszáj? Hát az F-fel lehet rugdosni az otót, hogyha nem megy föl az útra, mert elakad a muskátliba. Tök jó ez a kosz az ablakon, mert úgy néz ki, mintha nagyon gyorsan menne, pedig nem. Nekem is ez jutott eszembe, hogy vajon ez az az effekte, de nem. E, egyébként ötféle autó megy az utakon, Suzuki Swift, Ambulancia, Lamborghini, meg nem tudom, ilyen keleti tökélyek. Ó! Oh. E, igen, ő itt, ő itt a fuvaros melót adja. Bár ott, ott oda kattintsenni, amikor ott ül velem szemben Penelope. Várjál, kicsit teker vissza, mert most már ott van a rendelés az asztalon, amikor még... Ott, 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 az lesz az. Igen, itt mindjárt mutatom neked, akitől a pincért, akitől fölveszed a rendelést, csak ugye a basszam... Tekerd vissza, mert elment. Csak egy 30 másodperc... ott, ott, ott fog jön. ott is van. Ott van, ő veszi föl a... Ő veszi föl, Sno Snoopy veszi föl a rendelést. Na, és akkor igen, elmentünk a vidám, itt vagyunk kicsimmel a, kicsimmel a vidám itt, itt mentünk kicsimmel a vidám és uh, ott néz meg, hogy élvezi a kis. Hogy lehet ilyen szar valami? De menj ezt ide klippelt bele a székbe? Hát jó, jó nem, ide. nem rátervezték ezt a dolgot, és akkor igen, hát akkor itt kicsimmel elmentünk, ugye előtte étterembe voltunk, és akkor elmentünk a Vidámparkba, és utána elvittem vásárolni, és akkor ott így beragadt a vásárlásba, és bebagolt a gém, és nem tudtam mit csinálni. Így? Igen, tehát hogy ő. Most Milyen az... lába van? Ő most azt szeretné, hogy szálljunk föl valamire a Vidám Parkba az a küldetés, úgyhogy elindulok. Ő egyébként is ilyen szmagasságban volt? Hát magas a karakterem, mondjuk, mert a karakter egyébként majd az elejére visszatekerhetsz, Jani, itt az a lényeg... hogy ez egy medve vagy, mert a kezét lényeg... láttam? Hát nem egész, igen, tehát ez az alapkarakter, ezt még nem én csináltam, amit itt látsz, ez, ez, a default karakter, és akkor őt alakítgattam át, hogyha beletekersz egy kicsit, Jani, akkor... Hát nem tudom, ez az alapkarakter, én őt javítottam fel. így már mindjárt itt kész, ilyen 8 perc körül szerintem így meg lehetnek, kicsit kevesebb. Ott, 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 lesz, ott lesz, mindjárt ott lesz, csak még kap egy cipőt is. Nézd, ott, ott van, igen, ő, ő lett az. Hát ilyen motoros jóska lett amúgy egyébként, csak... Akinek a karja hosszabb, mint a lába. Hát azt gondoltam, hogy a hosszú kar hasznos lehet egy ilyen játékban, és hogy meg lehetnek a maga előnyei, de pop, Popeye faterja, igen, az is egy lehetőség. Mindegy, figyelj Pisti, ez a stream, ez most 92 ezer megtekintésnél jár, ez tegnap volt ugye délután. Ami azt jelenti, hogy ez a játék százszor jobb, mint a Final Fantasy. Nagyjából, igen, nagyjából. Is. Persze nyilván, persze nyilván nem, tehát hogy ez a játék akkora fasság, hogy nyilván sokan kíváncsiak voltak rá, hogy mi az Isten. Amúgy ez Figyelj, látom öm, el, nem? ha a játék leges-legvégére tekersz a, a streamnek, akkor... Igen, is lehet? Igen, hát 1 óra 40 percet bírtam, itt rugdosom bele az autót a, a tóba, hogy elegem van mindenből, de nem, nem sikerült egyébként belerugdosni a, a tóba. És mondom, hogy az utolsó 15 másodpercébe a streamnek, hogyha így beletekersz, vagy 20 másodpercébe, akkor így a végkifejletet láthatod. De tényleg a leges legvégébe, Jani. Itt... itt ez mi ez? Hát itt néha az angol nyelvel így akadtak problém. Igen, tehát ez, ez volt a játék vége. Ez aranyos nagyon, ez bírom. Ezt én nagyon szeretem, ezt mindig megnyugtat ez a fókás klip, hogyha úgy van. Gyakorlatilag teljesen kikészültem. És döltem és ez volt a tanulság, hogy dating szimulátor, csórón főbaszva magadat, Fáradta a hátad, egyedül. Ez a datingnek az eredménye, ez volt a, a, tanulság, úgyhogy ne finderezzetek, srácok, ismerkedjetek személyesen. Ez a, ez a tanulság. Igen, megölni se tudtam a karakteremet, és szívesen visszakértem volna a három és fél eurómat ezután az élmény után. Pedig jó nem, én, én, tehát azért én sok hülye videójátéka játszottam, tehát hogy nyilván vannak ezek a mém játékok, játszottam én is sok ilyet, gót az játszottunk nem ilyen. ilyenek. Ilyen, tehát ilyennel még nem játszottam. Tehát ez annyira szar volt, hogy, hogy, hogy ez így Freddy d így vissza lehetne hozni erre az epizódot, tehát botrány ez a... Ez a... Tehát, nem, megszenvedtem, megszenvedtem vele. Csak egy baj van a játékkal, igen, hogy elkészült. van. De a nézők jól szórakoztak azon, hogy nekem fájt nagyon. Remek. Vérzik a busz. Kösz szépen, ne Nagyon szívesen. Hát nem akartam így a kultúr sokat így bedobni a csúcspontra, de, de megígértem mindenképp, hogy részletesen beszámolok erről a játékról, úgyhogy részletesen beszámoltam. Azóta nem vagyok ugyanaz az ember. <laughs> Mielőtt még rátérünk a Sponzor részre, én említés szinten azért Megemlíteném még a Rise of the Triad streamet oh, csak, yes. csak azért mert Kis retro streamet tudtam iktatni Így gyakorlatilag a nyárba. Egy nagyon picit, Üm, ugye biztos, hogy sok mindenkinek ismerős a Night Dive Studios, ők ugye nagyon-nagyon sok régi játékot hoztak, ugye modern köntösbe. legutóbb ugye a System Shock Igen. volt például, Üm, de sok egyéb projekt is társul hozzájuk, mint a Doom 64, a Shadow Mary Master, amit néztünk ki streamben, sok System Shock 2, Power PowerSlave, Turok sorozat, stb. Ó, Ö, tur. Még annak idején ugye a Bloodból a Fresh Supply-t ami gyakorlatilag olyan, mint a Rise of the Triad Ludicrous Edition, ez is olyan, hogy ugye tartalmaz minden, ugye meg, mm -hmm. meg 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 az összes világot vagy maprészt a játék. Ugye ez egy 95-ös FPS az Apogee kiadásában, ami ugye a későbbi 3D vagy 3D Rams. Olyan fura ilyen kép arányban látni. Ugye milyen fura? De természetesen 4K-ban tud rendelni a játék, tehát ugyanúgy, mint a DOOM-nak ezen verziói. 1000 ezerrel. Ez a játék előzte meg az Apogee-nél a Pedal a ez is egy legendás Tom Hall game egyébként, aki tudja, tudja. Ezektől a játékoktal én nem tudok szabadulni, én továbbra is végtelenül élvezem őket, imádom a soundtracket, imádom a map designt, mert a level design az mai napig legendás, legendás. Azt akartam kérdezni, hogy ez a nehezebbik játékok közé tartozik, így level design szempontjából? Level tehát a levelek nehezek. A, a, a játékmenet nem annyira nehéz, én a hard játszom, és annyira Aha. nem vészes, csak egy kicsit kell figyelni, de a map design az nagyon bonyolult. Tehát, uh, iszonyú nehéz kijutni a mappokról, a titkos gomb, faszom, Ó, igen. összes kapcsoló, anyám kínja. bár Egy Jó, de ebben jó én ez jó mapta, ezeket szerettem. Igen. Pont. Uh, és, uh, na mindegy, uh, én, én imádom ezt a gémet, uh, nagyon örülök, hogy ez az edition, hogy most már bárki kipróbálhatja. Egyébként a multiplayer is működik, ha valakit érdekel. Persze, fullosan. Uh, én megígértem, hogy az összes klasszik FPS-sel fogunk játszani, majd a csatornán, csak most már sokkal nagyobb szüneteket hagyok köztük de most éppen a Rise of the Triad volt soron, mert ugye alkalom volt rá, mert most jelennek hmm. ez az új edisonja. Hát szerintem eszméletlenül jól sikerült, szerintem, egy nagyon jó remaster. Szerintem az itt tök jó kezdeményezés egyébként, hogy nyilván a rebootok -ok korszakát éljük, de Igen. hogy alapvetően ilyen formában megőrizzük ezeket az old school gémeket, úgymond szinte eredetiként kicsit így hozzárakva a modern technológiát felbontással a képarányjal, de hogy azért a, az original feelinget hozza a gém, Szerintem ezek, ezek tök jók, én nagyon bírom ezeket. Nagyon, nagyon nem szabadna elfelejteni ezeket a játékokat, mert minden olyan meghatározó dolog, ami gyakorlatilag akkor is ugyanaz volt, mint ami ma történik, hogy ugye megjelent egy nagyon jó FPS játék, és utána megjelent 70 másik, ami ugyanúgy nézett Igen. ki. És mindegyikben, ami fennmaradt az emlékezetben, volt valami, ami öregbítette a műfajt, és azért nem szabad ezeket a legendás gémeket, mint a Rott is elfelejteni, vagy akár a Blood, a Shadow Warrior, a Doom, a Duke Nukem, sorolhatnánk, akár a quake akár a heretic aztán később a Hexent, tök mindegy. Mindegyik tartalmaz fundamentálisan olyan dolgot, ami miatt ott tart a gaming, ahol. És én ezért Érszem. szeretem ezeket a játékokat ennyire borzasztóan, mert ha elfelejtjük, hogy honnan jöttünk, akkor pontosan nem tudjuk, hogy hol tartunk. És azért nem tudunk értékelni nagyon sok mindent szerintem, és mondom, ilyen, tehát nagyon sok gém után kicsit idősebb, tehát elképesztő egyébként, hogy milyen komplexek voltak ezek a játékok, csak ugye nem úgy emlékszünk vissza. Hát és hogy mennyi mindent vettek át, meg hova elvolválódott egy-két hülye ötlet ezekbe a régi játékokba Pontosan. Sose fogom elfelejteni még, tehát amikor az kialakították azt, hogy pályák lehetnek horizontálisan és vertikálisan és egymás mellett. Igen. És Maga hogy... a platforming, ahogy kialakult egyébként, az, most, arra nem, az ugye inkább side scrollerekből jött a, a, platforming, meg az ugrá, de hogy annyira alap dolgok fejlődtek az évek során, ó, a, double jump. Hát, hogy, hogy, annyira alap dolgok vannak. Meg ebben a játékban a vertikalitás attól függetlenül, hogy tulajdonképpen nem volt benne, mert ez is két és fél játék, mint a Doom, hogy ugye ez egy szimpla Igen. map, amit, amit, csak úgy látsz, mint a 3 d lenne, mégis működött benne, ugye, mert ugrásgomb mit sincs, működött benne a, a, vertikalitás, illetve ebben a játékban megjelent egy-két olyan dolog, mint például, amit most látsz, hogy ez a lift ami egy teljesen másik nap részre vitt át, stb. Úgyhogy voltak benne ilyen izgalmas dolgok. Én mondom, én elképesztően örülök neki, hogy ezek még mindig készülnek, és helyre rakják őket. Nyep-nyep. Yep. egy egy kicsit félek, azt megmondom őszintén. Hogy, hogy azért, mondom, a Rise of the Triad kivételével a legtöbb ilyen legendári FPS-ten egy évben egyszer végig játszom, mm -hmm. de vannak köztük olyanok, amiktől is e streambe félek. <laughs> Mert? Hát talán azt gondolom, hogy a Shadow Warrior az egyik legdurvább, a, tehát a, 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 az első rész, és talán Lát. a Blood a legdurvább, a, ami a nehézséget érinti. Nagyon kíváncsi Lát, vagyok. Nem Nagyon kíváncsi vagy, hogy élőben hogy tudnám csinálni, de azok azok a játékok, amik a, azt a régi FPS technikát, a strafinget, tudod, mm. hogy hogy használod a covert, már itt a rodban is érződik, annyira kell, meg hogy hogy figyeled az enemit magadnak, hogy csatornázod őket. Hát, szerintem a Blood a legnehezebb mai napig mm. egyébként, de a Shadowboré is, is hogy azok nem tudom, hogy streamben hogy működnének, mert az ott megpróbálja az ember csúnyán. Hát a bolóját kell, hogy arra rá kell gyúrni. Ott már, ott már elő kell adnod a prót. Tudom, mert azban, hogy, hogy az van, hogy a Doom az ha, megy, muszáj. a Doom az megy nagyon, de a Doom sosem volt olyan nehéz, mint a Blood. Hát, meg azért a Doommal már játszottál szerintem egy jó párszor az évek alatt. Hát igen, igen. abban a streamet jó, is de... direkt, a, direkt úgy csináltam meg, hogy ugye ah. ultraviolence legyen, hogy lássák az emberek, ah. hogy mennyire durva, durva az a kombarpuzzle része, és hogy megvan annak is, mint az újnak ha hanem. Ha nem. na mindegy. Ez, ez, már, ez már a jövő zenéje. Hogy, hogy, majd hogy, hogy tudom ezt így összehozni. De biztos, hogy meg lesznek ezek is. Csak először végig fogjuk vinni ezt a... Egyszer be kéne gyakorolnod valami retro gémből egy ilyen speedrun, tudod, ami nem um... olyan durva, csak hogy így... Ilyen nagyon dinamikus legyen, és akkor majd jól megnézik a zoomerek, és megszeretik a boomer shootereket, és így egyesül a két világ a speedrun által. Az első doom megpróbáltam nem speedrunban csinálni, hát jó, nem csak nagyon nehéz fokozaton úgy csinálni, mint aki tudja, mit csinál. Aha. Így pörgősbe. Igen. Örüljünk, ahhoz Illik is, ismer, azért van ahhoz zene, meg Bizony-bizony. Bizony-bizony. Na jó. Jó, beszéljünk a szponzorokról, ami lehetővé teszik, vagyis arról az egyről, a Microsoft Xbox Game pass ami lehetővé teszi, hogy ne szállj, egy évben minimum 12-szer. Ja, ha minden ez de, egy mondható, de ja. De ja, továbbra is az Aputest podcastet idén is a Game Pass támogatja, és egy-két jó kis update van a Microsoft oldalán, a a Game Pass kapcsán és ö, ugye az Xbox kapcsán is. Ö, én mindenféleképpen azzal akarhattam kezdeni, ami nagyon érdekes hír szerintem, és talán ugye egy reménysugár, bár láttunk már negatív példát rá, hogy ugye ö, jön a Gamescom. Igen, azt tudjuk. És az confirmed, ugye Twitteren is megosztották több ö, hogy ponton is, hogy a, ö, hogy a PD3, a, ö, az Armored Core, a, Cyber, a Cyberpunk Phantom Liberty, és a Stalker 2 is játszható lesz. Ami nagyon a a legutóbbin. Igen, és ráadásul a játszhatóságát tekintve, én úgy gondolom, hogy tehát itt arra gondolok, hogy búszon lesz játszható, tehát nem az, hogy az újságírók meg tudják nézni. Ja nem, hát ugye hogy A Cyberpunk ot hogy is látták az újságírók két évvel a megjelenés előtt, Igen. de az, hogy, ez, hogy játszható lesz a Stalker 2, a PD3 és a Phantom Liberty, ezek jó hírek a gémekkel kapcsolatban, mert azért, na, látjuk, hogy, hogy akkor valószínűleg halad azért a fejlesztés valamilyen yeah. szinten. Ö, Legalábbis mondom, én én ezzel kapcsolatban bizakodó vagyok. Igen, meg úgy, már lesz kíváncsi vagyok, hogy a Gamescom-on mi lesz, de azt már látjuk, hogy a, a Microsoft és az Xbox azért nagy erőkkel lesz ott kint, és elég sok mindent fognak mutatni játszható formában azoknak, akik kilátogatnak, úgyhogy nekik ez fontos. Így van. Um, én a szokásos házi feladatomat végeztem el így a, a, a Game Pass kínálattal kapcsolatban, ami most érdekes lehet uh, már most augusztusban. Uh, amit felírtam, az egyik az a Limbo, amit nyilván szerintem legtöbben ismertek vagy láthattatok. Uh, egy elég jelentős játék ebben a misztikus sidescroller story based dologban. Ez augusztus 9-től jön, felhőre, konzora és PC-re. Um, ami talán a legnagyobb cím, az az Everspace 2, oh. ami augusztus 11-től jön felhőbe is konzolra, um, illetve egy kis ilyen management finomság az általam hasonló ízlés rendelkező idiótáknak, az Airborne Kingdom egy, egy izgalmas választás lehet, szintén felhő konzol PC. Um, az augusztus 10-én érkezik én ezt a hármat, válogattam ki erre a hónapra, ami így... Az Everspace 2-t azt nem győzöm javasolni, ugye a pc már korábban megjelent, Aha. egyébként az Everspace 2, ami jó ideig Reaccess-ben volt. Igen, igen nagyszerű, igen, nagyszerű, 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 nagyszerű játék, egyszerűen imádom. Úgyhogy azt, azt, azt nagyon javaslom, azt mindenképpen próbáljátok ki, hogyha tehetitek. A másik dolog, ami szintén a Game Pass-re vonatkozik, és azért van, aki örült ennek, bár nem hiszem, hogy van élő ember, akinek nincs még meg, de, de a, 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 múlt hónapban visszakerült a GTA. A ja, igen, 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 A Game Pass-be. Ugye, ez, ez, gondolom megvan szerintem sok mindenkinek. már mondom, egyébként is a játék, de visszakerült yeah. a GTA 5. Game pass ugye az, az, kurva nagy szám volt, amikor ugye benne volt. Yeah. a Game Pass-ben, de most, most visszakerült, Akkor Mindenki már csap, csapathatta online -t. Hát az biztos. Uh, igen. Egy másik változás, ugye a Game Pass kor uh, bejelentése. Igen. Azt nem kockáztattam meg fejből, <gül> 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 hogy itt hogy állunk az editionökkel. Igen. De igen, ugye, ugye a, az a, a live szűnik meg igazából, igen. és alakul át a Game pass És um, ugye ez a Game Pass-kor nagyon hasonlít ugye a konkurenciának a, a, a collection-jére. Tehát, nem a, tehát ugye a live-ban ott havonta két ingyenes játék volt. Igen. És ugye a korban pedig egy ilyen kiválogatott 25 játékos katalógust tudsz hmm. majd játszani, de igazából akinek van live előfizetése, annak nincs dolga, annak átalakul korrá, az előfizetése, és akkor ezek, amiket Jani mutat, ezek a játékok lesznek benne a, a, korba. És ugye akkor ezzel jár a live, meg ez a 25 game. Hát azért azért nem rosszak azok a gémek, ott a halo meg a forza meg a Hellblade-del, grounded -del. Szerintem sem. Úgyhogy ez abszolút, ez abszolút egy, egy, egy érdekes átalakulás, egy érdekes hozadék annak, hogy miket változtatnak mostanában. Emellett egyébként nem tudom, hogy mennyire nagy hír, szerintem kurva nagy hír, de ugye az itt van közönséggel, és ezzel a témával mindig bajban vagyok. De a Final Fantasy 14 ja, óriási összeborulás volt a Square-rel, amúgy. Hát olyan bejelentések voltak ott, Yoshi Pi, meg, meg Mr. Kint. Spencer a színpadon csókolóztak. Így van, de hogy jövő tavasszal érkezik igen. konzolokra a Final Fantasy 14, ami hát jelenleg az egyik legnépszerűbb MMO Igen. RPG. Ezt tudom, hogy nem mindenki számára olyan nagy hír, de globálisan azért ez elég nagy szám. Hogyha szeretnétek kipróbálni, hogy milyen a Final Fantasy 16, az epikus nagy pillanatok nélkül, de amúgy egy nagyon jó sztorival, akkor próbáljátok ki a Final Fantasy 14-. et Hát meg akinek egy kis MMO kiegése van konzolon, amit úgy, hogy ja. konzolon nem nagyon van részed ebben általában. Hát jó, nyilván. De amúgy nagyon-nagyon jó állítólag, nem vittem végig, mert nincs az az idő, a 14 nek a sztoria. Nyilván ott a a gameplay a változatossága az, az tehát MMO közegbe van szorítva, de hogy a sztori állítólag hihetetlenül baszó, sírunk, nevetünk. Tehát, hogy egyébként MMO szinten azt mondják, hogy annak a, a, az egyik legdurvább a sztoria. Nagyon, nagyon karakterközpontú a cucc. Ott is ugye frakciók vannak. Elkezdtem, de beletört a bicskám. Én, én legalább... De ha valakinek van 300 órája, Figyelj, akinek ilyen MMO kiégése volt olyan értelemben, hogy hiányzik neki már egy ilyen régebbi stílusú MMO, azért olyan. az elmúlt jó pár évben egy kiváló alternatíva volt ugye a Final Fantasy 14 nagyon Igen. sok mindenki rápörgött, és ugye nagyon sok nagyon rá is feküdtek amúgy ott a kontentre ö, egyébként. Ö, és mondom, azt, hogy, az, hogy a konzolosok is kapnak belőle, ö, ja, az, 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 az mindenféleképpen szerintem egy, egy elég sztár olyan. dolog volt az Xbox oldalon. Meg ez egyébként single player játéként is megállja a helyét a story miatt. Igen. Tehát ugye az volt, hogy ugye eddig uh, ugye a ps ek kapták uh, a cuccot, yeah, 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 yeah. de ugye itt Microsofton nem volt uh, egyáltalán, és akkor most végre. Hát ez egy nagy uh, dolog, ez... mert azért a Final Fantasy azért nagyon össze van boronálva a másik oldal a Playstation-nel, PlayStation igen, úgyhogy ez egy, ez egy, nagy hír volt így Xbox oldalról. Kisebb dolog, de tudom, hogy van, aki egyébként van, aki ilyen szempontból meggyűjtögető, hogy ugye van egy újfajta controller kontroller design. Néz ki. Ez a Stormcloud Vapor Special Edition kontroller. meg, mert ugye itt az Xbox kontrollereknél ugye elég nagy a testeszaphatóság, de ilyen felületet eddig még nem kaptunk, ilyen elég menő trailer találtak ki neki, akinek tetszik, tetszik. Koszos vihar koszos viharabiliben biliben, uh, stb. De most amúgy show szerintem van, a mosógép belülről. És ez ugye azért is jelenti így meg most, mert teste uh, lehet most már szabni majd a főképernyőt. Így van, ugye megérkezett az új főképernyő, amiről korábban ami beszéltem dinamikus már. lesz, Igen. tehát mozgó. Tehát korábban beszéltem, Igen. hogy sokkal jobb lett a főképernyő felület, és most már ilyen live és akkor ez passzol volt. a kontrollerre így például. Van. És akkor az a lényeg, hogy ezt a ilyen, hát így gondolom, hogy ilyen live volt, tudom. ilyen dinamikusan fog tudni mozogni a, most már csak az kell, hogy így tartod a kontrollert közel a, a szemedhez, az is ilyen ködös, megcsinálod a hátát, az x <laughs> és már csak a falat kell lefesteni, igen, hogy az igen. is olyan legyen, és akkor így teljesen ja. összhangban van minden. Igen. Volt egyébként még hír egy, a, arról, hogy. Nézd meg, Jani készült. Nem, amit szíkép, pont most dobott be a chatbe, azt én is olvastam, hogy, hogy most már még jobban szerelhetők lesznek a, a kontrollerek. Ezen módosított a Microsoft, oh. ha minden igaz. Hmm. Second life thanks to replacement parts. Így van, hmm. így van. Egyszerűbb lesz most már javítani őket, hogyha tönkre mennek. Na, Meg hát olcsó. az mondjuk jó azért tekintve a, a, így az utóbbi évek kontrollereit nézve. Egyébként a Micro áll a legjobban, most így a sponsor függetlenül, de hogy ugye a Playstation meg a Switch kontrollerekkel elég komoly drifting voltak gondok, problémák igen. voltak. Főleg a driftinggel, igen. És még ebből a tekintetben ők állnak a legjobban, hogy talán ez irányba volt a legkevesebb panasz. Uh -huh. Úgyhogy egyébként ez egy viszonylag komoly téma, hogy a kontrollerek legyenek javíthatóak, mert azért nem olcsóak. Nem. Én egyedül a az Elite-re haragudtam. De az egyes mm. elittel voltak gondok. Igen. De most Igen. már kettest használod, ugye? Hát úgy csinálom, hogy ez rosszokásból felváltva használom a simát, meg az elitet, hogy ne legyen... Tehát én ne, nem tudom még, hogy mire számít, csak, és akkor így biztosra megyek, hogy nem akarod tú használni, hogy ne legyen túlhasználva ez a dolog. Mm. Na, srácok, ha valaki még itt van velünk, azoknak nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Köszi szépen. Ez szépen volt a Júliusi Abutest Podcast. Az augusztusi a sokkal eseménydúsabb lesz, Igen. hiszen, ugye, Atlas Fallen, Fort Solis, um, Armored Core, vagy sorrendben sorrendbe akartad mondani? Immortals of Aveum, uh, Armored Core, um, mm. um, meg még 85 millió, még 85 millió, millió más játék, illetve a hónap leges legvégén ugye már Starfield valószínűleg, úgyhogy nagyon-nagyon sok minden lesz augusztusban. Ne felejtsük el a Texas Chainsaw Massacre, a Michigan. Texas Chainsaw Együtt egy meg akarunk nézni. Így van. Tudom, Igen. csak pont Mond, mondtam már, Pisti, beszéltük ja. a stream előtt, csak pont nyaralni leszek. Le, úgyhogy lehet, hogy már egy egy csúsztatjuk most az, az már mindegy. Persze. Én nem akartam, kötelezővé tették otthon elhihetem. ugye <laughs> <Ja, gül> <ja, gül> Texas Chainsaw Massacre, illetve a Blasphemous 2 is érkezik. Ja, úgyhogy nagyon sok jó játék lesz. Illetve ne felejtsük el a Gamescom ONL-t, Jani. Uh -huh. Igen, amit, amit, ugye hát muszáj közvetítsünk, ugye, mert ott a is lesznek meg megvan a dátum, hogy mikor? Bizonyára. 20 valamennyi. 20 Illetőleg, Hát most ez csak plegyka, de ugye mondogatják, hogy lehet, hogy lesz egy PlayStation Event még augusztusban, ja, Igen, igen, igen. Uh, ugye erre fel. De uh, tudod, csak így bedroppolják, hogy jövő héten kedden, ahogy igen, szokták. Igen, ami érdekes lehet a PlayStation event kapcsolatban. 23 az ONL. 23 az ONL, ugye az Opening uh, Night Na. Uh, Live, amit ugye mindig szoktunk streamelni nektek, úgyhogy az is lesz augusztusban. Illetve mondom, ha lesz PlayStation Event, akkor je a jelenlegi plegyka folyam, a Slim verzió ö, megjelenésével ö, köthető össze, tehát elképzelhető, hogy a PS Slim-et most fogják ö, bejelenteni. Kéne egy a nappaliban. Is. Ö, igen, mindegy, minden van szó. Tehát hogy a Slim-et most fogják elvileg bejelenteni majd ezen az eseményen. Én úgy tudom, hogy showcase van szó, tehát nem ö, State of Play-ről, de fogalmam sincs. És már inkább lepődjünk meg, semmint, hogy reménykedjünk. Igen, szerintem is ez egy sokkal jobb hozzáállás. Így van. Így van. Köszönjük szépen Nagyon a figyelmet. Nagyon köszönjük, köszönjük, hogy itt voltatok. itt voltatok srácok, így ebben a nyári meleg uborka szezonban is forró uborka, ez a jelszó. Köszi leszek. Ennyit szerettem volna az állásként mondani. Forró uborka! Azaz. Csá! Szevasztok! Jézusom!